Reggel ötkor, mint mindig, a parancsnoki barak előtt lógó síndarabon a kalapács elkongatta az ébresztőt. Szaggatott csörömpölése gyengén hatolt át a kétónyi vastag jéggel bevont ablaküvegen, és hamarosan elhalt, a nagy hidegben a felügyelőnek nem volt kedve sokáig kongatni. A kongatás véget ért. Kint épp oly volt volt, akárcsak az ének idején, amikor Suhov felkelt, hogy a küblihez menjen. Az ablakon át csak három lámpás fény lett sárgásan, kettő a zónában és egy a táboron belül. A barakkot valami oknál fogva még nem nyitották ki, és nem hallatszott, hogy a naposok rúdra akasztották volna a küblit, hogy kivigyék. Suhov sohasem aludt el az ébresztőt mindig idejében felkelt, így a munkába indításig maradt másfél órája, ami az övé és nem kincstári, és aki jól ismeri a táborban a dörgést, mindig kereshet valamit. Egy régi kamádbélésből húzatot varhat valakinek a kesztyűjére. Valamelyik jómódú brigádtagnak egyenesen a pricséhez viheti a száraz nemes csizmát, hogy ne kelljen ott topogni a mezitláb, a nemes csizmák halmaza körül, ami kiválogatja a magáét. Vagy bejárhatja gyorsan a raktárakat, talán valahol hasznát veszik, felseperhet, vagy ide vagy oda szállíthat valamit. Elmehet az étkező barakba is, összeszeteti halomba a bádok tárgyarokat az asztalról, és behordhatja az mosogatónak. Ezért is leesik némi ennivaló. Persze ott sok a vállalkozó, csak úgy nyüzsögnek nem lehet szabadulni tőlük, de ami a legfontosabb, ha a tányérban akad holmi maradék, az ember nem állja meg, és kinyalja. Só azonban jól megjegyezte első brigadérosának, Kuzjominnek a szavait. Öreg Dörzsöl táborlakó volt, 1943-ban már a 12. évét ülte és a frontról akkor érkezett utánpótlást egy erdei tisztáson a tábortűz mellett így oktatta. Itt fiúk a tajga törvényei uralkodnak, de itt is élnek emberek. A táborban azok pusztulnak el, akik kinyalják a tányért, meg akik az ambulatóriumba vetik a reményüket, na meg akik a komának járnak besúgni ami a komát illeti, hát bizony egy kicsit elvetette a súlykot. A vamzerek, azok vigyáznak magukra, csak hogy ez a vigyázat mások vérére megy. Suhov mindig felkelt az ébresztőre, de ma fekve maradt. Már tegnap rosszul érezte magát, hol a hidegrázta, hol hasogatott mindene. Az éjszaka sem tudott átvelegedni. Még álmában is úgy rémlett, hogy alig, ha nem komolyan megbetegedett, olykor meg úgy érezte, könnyebben van. Valahogy nem akaródzott, hogy eljöjjön a reggel. A reggel beköszöntött, annak rendje módja szerint. De hát hol is melegedhetne itt meg az ember? Az ablak egészen befagyott, és a falat a mennyezet mentén végig az egész barakon, és mekkora barak, fehér pókháló vonta be belepte a dér. Suhov nem kelt fel, ott feküdt a felső pricsen, fején a takarója, meg a buslát. A buslát pamut készült, vattával bélelt, fél combig érő kabát. A pufajkája egyik ujjába pedig beledugta mindkét lába fejét. Látni nem látott, de a hangok után mindent pontosan tudott, ami a barakban, meg az ő brigádjuk táján történt. A hangos topogással a naposok most vitték ki az egyik 80 literes küblit. A naposok rokkantaknak számítanak, munkájuk könnyű munkának, de csak próbálja az ember kivinni ezt a küblit anélkül, hogy kilöttyinteni. Most dobták a padlóra egy már a 75-ös brigád szárítóból kihozott nemes csizmáit. Most meg a miénket. A mi brigádunkon volt ma a nemes csizma szárításának a sora. A brigadéros meg a segédbrigadéros némár felhúzzák a lábbeléjüket, csupán a fülkéjük nyikorog. A segédbrigadéros egyenesen a kenyérkiosztóhoz megy, a brigadéros pedig a parancsnoki barakba a TTO-hoz termelési tervosztály. Ma nem a szokásos napi munkaelosztás miatt megy a TTO-ba, mint máskor. Suhovnak eszébe jutott ma dől a sorsuk. A 104-es brigádot a műhelyek építkezéséről egy új építkezési objektum a közszolgáltatási telep építésére akarják átdobni. A telep egyelőre még pusztaság, hóval teli gödrökkel. Mindenek előtt árkokat kell ásni, oszlopokat felállítani, a terepet és örmagokat körülövezni szöges drót akadályjal, nehogy megszökkenek, és csak azután lehet hozzákezdeni az építéshez. Annyi bizonyos, egy álló hónapon át ott sehol sem melegedhet fel az ember, még egy kutya ól sincs. Tábortüzet sem lehet gyújtani, honnan vennének tüzelőt. Egy menekvés van, dolgozni rogyásig. A brigadíros gondterhesen ment elintézni az ügyet. Talán sikerül egy kevésbé szemfőles brigádot odaküldetni maguk helyett. Természetesen üres kézzel nem ér el semmit. A főmunkavezetőnek egy fél kiló szalonnát kell odadugni, esetleg egy egész kilót próba szerencse nem próbálkozhatna az ambulatóriumon. Hát, ha adnak egy napra felmentést, hiszen úgy hasogat mindene. Most meg arra gondol, hogy melyik mászer ügyeletes ma. Aha, emlékszik már. Másfél, Iván. Az a sovány, nyakigláb, fekete szemű őrmester. Aki először látja, megborzadt tőle. De ha jobban megismeri, kiderül, ő a legengedékenyebb valamennyi felügyelő között. Szigorítotba sem ülteti, a rendészeti parancsnok elé sem cipeli az embert. Így hát még lehet heverészni, az étkezőben most úgyis a kilences barak van. A fülke megcsikordult és meglengett. Egyszerre ketten is felkeltek. Fent suhov szomszédja, a baptista Alioska, lent pedig bujnovski a volt sorhajó kapitány. A két öreg napos már kivitte mind a két küblit, most azon szivakodnak kimenjen a forró vízért. Csepölik egymást, mint a vénasszonyok. A huszas brigád villamos hegesztője rájuk mordul. Hé, ti rozogák, hozzájuk vágja a nemes csizmát, majd kibékítelek én benneteket. A neves csizma tompán csapódik az egyik oszlophoz, elhallgatnak. A szomszédos brigádban alig hallhatóan dünnyögi a segédbrigadéros. Vasil Fyodorovics, azok a gazok a könyvelésen megint lefaragtak valamit. Négy kilencven dekás kenyér adagunk volt, és csak hármat hagytak meg. Kinek adjak kevesebbet? bár halkan mondja, de természetesen meghallja az egész brigád, mindegyik szívszorongba gondol arra, kinek az adagjából vágnak le majd egy darabkát estére. Suhov pedig ott fekszik, heverészik az agyonpréselt forgácsokkal kitömött matraszám. Bár csak eldőlne már, mi lesz, vagy rázná ki egészen a hideg, vagy pedig múlna el ez a hasogatás, mert hol jobban, hol rosszabbul érzi magát amik a baptista imáját mormolta. Bujnowski visszajött az udvarról, és mint egy kárörvendően kielentette, anélkül, hogy valaki ez intézné szavait. Na, vörös matrózok, most vigyázzatok! Legalább harminc fokos a hideg. Suhov közben döntött, elmegy az orvoshoz vizitre. Ekkor egy hatalommal felruházott kéz, lerántotta róla a pufajkáját és a takarót. Suhov ledobta arcáról a buslátot és feltápászkodott. A fülke felső pricsével egy magasságban megpillantotta a sovány tatár fejét. Így hát soron kívül most ő az ügyeletes, és csendben odalopakodott hozzá. 854, olvasta a tatára, fekete buslát hátára vart fehér vászoncsíkról a számot. Három nap szigorított, de munkával. Alig, hogy felhangzott a felügyelő sajátos folytott hangja, a félhomályos barakban, ahol nem minden lámpa égett, és ahol az ötven poloskás fülkében kétszáz ember aludt, egyszerre megmozdult és sietősen öltözködni kezdett mindenki, aki addig még nem kelt fel. Miért? Parancsnok, polgártárs, kérdezte Suhov, és hangjából több sérelem csendült, mint amennyit valóban érzett. Munkával, ez még csak fél szigorított, is adnak, és több sem marad idő. Teljes szigorított az, amikor munkára se viszik ki az embert. Nem keltél fel ébresztőre. Gyerünk a barátságra magyarázta Lomhán a tatár. Mert hát neki is, meg Suhónak és valamennyüknek teljesen érthető volt, miért jár, szigorított. A tatár szőrtelen gyűrött arca teljesen szemtelen maradt. Körülnézett, egy másik verebet keresett, de a félhomályban meg a lámpák alatt a fülkék alsó meg felső pricsén már minnyáján lelógatták a baltért felett számmal ellátott, fekete vattanadrágba bújtatott lábukat, legtöbbjük már felöltözve igyekezett a kiárat felé, a tatárral jobb az udvaron találkozni. Ha Suhovnak valami másért adták volna a magázzárkát, amit esetleg megérdemelt, nem lett volna ennyire bántó. Főleg az volt a sérelmes, hogy mindig ő kelt fel az elsők között. Jól tudta, hogy a tatártól nem várhat irgalmat. De már csak a rend is még egyszer megpróbálta megenyhíteni a szívét. Közben felhúzta a vattanadrágot, baltérnél kisé feljebb szintén oda volt varva a már bemocskolódott fehér darab, amelyen kifakult fekete betűkkel ott ékeskedett az Escs 854-es szám. Felhúzta a pufajkát, ezen két ilyen szám volt, egyik a mellén, másik a hátán, a padlón összegyűlt halomból előkereste a nemes csizmáját, feltette sapkáját, ezen elől ugyancsak egy vászon darabon ott volt a szám, és kiment a tatár nyomába. Az egész 104-es brigád látta, hogyan viszik el suhovot, de meg sem senki. Minek, na meg mit is mondjanak. A brigadéros talán még védelmére kelhetett volna, de nem volt ott. Suhov sem szólt senki, ezért szót sem, nem akarta felbőszíteni a tatárt. Annyi eszük biztos lesz, hogy félretegyék a reggeliét. Így hát kimentek mind a ketten. Sötét éjszaka és lélegzett elállító fagy fogadta. A távoli sarki őrtoronyból két hatalmas fényszóró pásztázta a zónát, Féllettek a zóna beli meg a belső lámpások. Annyi volt belőlük mindenfelé, hogy túlragyogták a csillagokat. Az udvaron fegyencek szaladgáltak, nemes csizmájuk csikorgott a havon, szaporaléptekkel, léptekkel, ki az árnyékszékbe, ki a raktárba igyekezett. Mások a csomag megőrzőbe volt, aki a csomagban kapott kásáját vitte az egyéni konyhába megfőzni. Valamennyien válluk közé húzták a fejüket, Összefogták magukon a buslátot, és nem is annyira a fagytól, mint inkább attól a gondolattól fáztak, hogy az egész napot ebben a fagyban kell eltölteniük. A tatár fakó kékparol is öreg köpenyében egyenletesen lépdelt, mintha a fagy nem is fogna rajta. Elhaladtak a szigorított fegyelmi barak. A táboron belül kőbörtönt körülvevő magas deszkakerítés mellett a raboktól szöges dróttal védett táborpékség előtt, és a parancsnoki barak sarkánál, ahol egy oszlopon vastag drót ott függött a dérlepte indarab, majd egy másik oszlop előtt, ahol szélcsendes helyen, nehogy túl sokat mutasson, a zuzmarás hőmérő lógott. Suhov reménykedve sandított a tejfehér üvegcső felé, ha negyven egyet mutat, nem hajtják ki őket munkára, csak hogy ma sehogy sem száll le negyvenig beleptek a parancsnoki barakba, és egyenesen a felügyelők szobájában nyitottak. Ott aztán kiderült, ahogy a Sohov már útközben is kitalálta, szó sincsen magánzárkáról, egyszerűen a smasszerek szobájában piszkos a padló. A tatár most kijelentette Sohovnak, hogy ez egyszer megbocsát és ráparancsolt, mossa fel a padlót. A felügyelők szobájának a takarítására külön fogoly volt kirendelve, akit nem vittek ki a zónából munkára. A parancsnoki barak naposának ez lett volna a kötelessége. A napos már régóta volt a parancsnoki barakban. Bejárása volt az őrnagy, a rendészeti parancsnok és a koma szobájába. Apró szolgálatokat tett nekik, és néha olyasmiket is hallott, amiről még a felügyelőknek sem volt fogalmuk egy bizonyos idő óta pedig úgy érezte, hogy az egyszerűs masszerek szobájának takarítása túl alacsony rendű munka a számára. A felügyelők szóltak neki egyszer-kétszer, a végén rájöttek, hogy áll a bál, erre a padlómosásra a közmunkás vegyenceket kezdték előrácigálni. A felügyelői szobában alaposan beturrantottak. Két felügyelő dámázott, piszkos katona zúbonyra vetkezve, a harmadik pedig derékszíjjal átkötött irhabundában és nemes csizmában mélyen aludt a keskeny padon. A sarokban állt a vödör meg a felmosó rongy. Suhov megörült, és ezzel búcsúzott a tatártól. Köszönöm, parancsnok elvtárs, ezentúl sohasem fogok elaludni. Itt egyszerű törvény járta, ha végeztél, eredj. Most, hogy suhovnak munkát is adtak, valahogy megszűnt a kínzó hasogatás. Fogta a vödröt, és kesztyű nélkül, sietében kesztyűjét a párna alatt felejtette, megindult a kúthoz. A TTO-ba induló brigadérosok oda az oszlophoz, és az egyik fiatal, a Szovjetunió volt hőse, Felmászott az oszlopra és letörölte a hőmérőt. Lentről jöttek a jó tanácsok. Ne lehely rá, akkor fölmegy! Lófaszt fölmegy, de nem ettől! Turin Suhov brigadérosa nem volt köztük. Suhov letette a vedret, és kezét pufajkája ujjában melengetve kíváncsian figyelt. Az, aki az oszlopra mászott, rekettes hangon leszólt. 27 és fél a nyavaja belé. Biztonság kedvéért még egyszer megnézte, aztán leugrott. Nem jó ez a hőmérő, ha hát mindig hazudik, mondta valaki. Hát, ide ha jól működne? A brigadírosok szétszélettek, suhova kúthossz alatt, Füles sapkáját nem kötötte meg az áll alatt, és a fagy hasogatta a fülét. A kútban vágott léket vastag jéghártya fette be, úgyhogy alig bírta begyömöszölni a vödröt. A fagyott kötél is állt, mint a szöveg. Suhoff szinte nem is érezte a kezét, szaladt vissza a párolgó vederrel a felügyelői szobába, és kezét ott belemártotta a kútvízbe. Egyszerre felmelegedett. A tatár már nem volt ott, de közben négyre szaporodott a felügyelők száma. Abba hagyták a dámajátékot meg az alvást, és arról vitatkoztak, mennyi kölest adnak ki nekik januárra. A telepen rosszul álltak élelem dolgában, és már a jegyrendszert régen eltörölték. A smasszereknek külön juttattak bizonyos élelmiszereket olcsóbb áron. Húzd be azt az ajtót, te dög! Húzat van! fordult felé az egyik. Vigyázni kellett, nehogy már reggel átnedvesedjen a nemes csizmája. De más felvenni valója nincs, még ha el is futna, érte a barakba. Nyolc éves hoksággal a csuhom már sok mindenféle rendet megért a lábbeli körül. Volt úgy, hogy az egész telet nemes csizma nélkül vészelték át, az is megesett, hogy cipőhelyet csak hánycs bocskort, vagy pedig használt autógomiból készült bocskort adtak ki nekik. Úgy látszik, most már a lábbelivel valahogy rendbe jöttek. Októberben Suhov igen rendes, tartós bakancsot kapott, elég nagyot, úgyhogy két meleg kapsza is belefért. Persze azért kapott ilyet, mert a segédbrigadérossal együtt állított be a raktárba. Egy hétig úgy járt, mint valami ünnepelt. Csak úgy kopogott az új bakancs sarkával. Decemberre megjöttek a nemes csizmák. Ez már döfi, sose halunk meg. De valamelyik ott a könyvelésben, azt sugalmazta a táborparancsnoknak, a nemes csizma fejében vegyék el a bakancsokat, mert úgymond nincs az rendjén, hogy a fogolynak egy időben két pár lábbelie is legyen. Soha vannak választania kellett, vagy az egész telet bakancsban kínlódja át, vagy pedig kivételezi a nemes csizmát, amit még akkor is viselhet majd, ha olvad. A bakancsot viszont le kell adnia. Pedig úgy vigyázott rá, kenő olajjal puhította egészen vadonatúj bakancs, te a kutya teremtését. Még semmit sem sajnált ennyire a nyolc esztendő alatt, mint ezt a lábbelét. Aztán a bakancsokat egy csomóba dobták, tavaszra úgyse kapja vissza az ember a sajátját. Suhov most rájött, mit tegyen. Hürgén lehúzta a nemes csizmát, letette a sarokba, odadobta a kapcáját is. Közben a kanala megkoppant a padlón. Akármilyen gyorsan is kapkodta össze a holmiát, mikor a szigorítotba készülődött, a kanalát nem felejtette el. Aztán mezitláb nekiállt, bemártotta a felmosó a vízbe, és bőségesen szétlocsolta a padlón a felügyelők nemes csizmájának talpa alá. – Hé, te dög! Vigyáz! kapott észbe az egyik, és lábát felrakta a székre. – A rist, a rist más norma alapján adják. – Ne hasonlítsd össze a rizzsel. Te barom, minek ide ennyi víz? – Kibosíts padlót! Parancsnok polgártárs, másképp nem lehet felmosni. Beleette magát a piszok. Hát sose láttad, hogyan mossa a feleséged a padlót, te fafejű! Sóf kérgyenesedett egyik kezében, ott lógott a csöpögő rongy. Foki a szája együgyű mosolyra húzódott. Foga még 43-ban ment tönkre a skorbuttól, az uszt ismai táborban, amikor testileg teljesen leromlott. Annyira legyengült, hogy véres hasmenés kapta el, a kimerült gyomor már semmit sem akart befogadni. Azokra az időkre ma már csak egy kis sejpítés emlékeztet. Parasló polgártárs az asszonytól engem még 41-ben elválasztottak. Arra sem emlékszem már, hogy milyen egy asszony. Hát így mossák ezek a padlót. Ezek a dögök semmit se tudnak és nem is akarnak csinálni. Még azt a kenyeret se szolgálják meg, amit adnak nekik. Ganéjjal kellene őket etetni. Mi a kell ezt a padlót minden nap felmosni? De ez a szoba állandóan nyírkos. Ide figyelj te, 854-es. Töröl csak fel, nedves rongyal, csak úgy is meg egy kicsit, aztán tűnj a fenébe. Ríz a rézs, ne hasonlítsd össze a kölessel. Suhov hamarosan végzett. A munkának is, akár csak a botnak két vége van. Ha talpig embernek csinálod, legyen jó minőségű, ha ostobának, akkor csak tessék, lássék végezd. Hát persze, másképpen régen megdöglöttek volna valamennyien. Suhov feltörölte a deszkapadlót, igyekezett nehogy valahol is egy száraz helyet hagyjon, a rongyot kise csavarta, csak úgy odadobta a kájha mögé. A küszöbnél felhúzta a nemes csizmáját, a vizet kilöttyintette. Az útra, ahol a parancsnokok közlekedtek, és aztán a fürdő meg a sötét hideg klubhelység mellett gyorsan átvágott az étkező barakhoz. Még el kellett érnie az orvosi rendelésre, most megint sajgott mindene. De közben arra is ügyelte, hogy beleütközzék az étkező előtt valamelyik smasszerbe. A táborbanastok szigorú utasítást adott ki, a magányosan járók elő fegyenszeket le kell fülelni és szigorítottba dugni. Az étkező előtt szinte csodaszámba menő eset, ma nem tülekedtek, nem volt sorbaállás. Nyomban bemehetett. Bent olyan gőz volt, mint a fürdőben, az ajtó felől a fagy támadott, a pára pedig a zupából szállt fel. A brigádok vagy az asztaloknál ültek, vagy az asztalok között tülekedtek és várták, mikor szabadul fel egy hely. Minden brigádból két-három ember kiabálva furakodott át a sűrű tömegen, fatálcákra rakott bádok tányérban horta szét a zupák meg a kását, és igyekezett szabad helyet találni az asztalokon. Hé, te fafejű! Nem hallod? Te érzéketlen tuskó! Meglökted a tálcát, most kilöttyent! Vág jó nyakon a szabad kezeddel! Helyes! Ne állj az útba, ne lest, hol nyalhatsz bele az ételbe! Amott az egyik asztalnál egy fiatal fickó még a kanalát sem mártotta a tányérba, előbb keresztet vett. Bizonyára nyugat-ukrajna is még hozzá újonc. Mert hát az oroszok azt is elfelejtették, mely kézzel szokás keresztet vetni. Az étkezőben hideg van. Legtöbbnyire a sapkát se veszik le, úgy esznek szép komótosan. Igyekeznek kihalászni a szétfőt, apró haldarabokat a feketés káposzta közül. A szálkát kiköbdösik az asztalra mikor már egész halomnyi összegyűlt, a következő brigád előtt egyszerűen lesöpri valaki az egészet a padlóra, és aztán ott tapossák tovább. Már majdnem, hogy illetlenség a szálkát közvetlenül a padlóra köpni. Az étkező barak közepén két sor oszlop, vagy inkább támfa húzódik. Az egyik ilyen oszlopnál ott ül Suhov, brigádtársa Fetyukov, ő őrizte számára a reggeliét. Ő a brigád legutolsó embere, jóval hitványabb Suhovnál. Úgy szemre a brigád egészen egyforma, mint fekete buslátban, mint számokkal, de belülről bizony nagyon is más formák. Sok a fokozat köztük. bujnowski nem lehetne rávenni, hogy itt üldögéljen egy tányérral, és Suhov sem hajlandó elfogadni minden munkát. Vannak nála alantassabbak. A Fetyukov észrevette Suhovot, Nagyot sóhajtott, és átadta a helyét. Már minden kihűlt. Meg akartam éppen enni helyetted, azt hittem, ott ülsz a szigorítottban. Tovább nem is várt. Tudta, hogy Suhov nem osztja meg vele a reggelijét, mind a két tányért alaposan kitöröli. Suhov előhúzta kanalát a nemes csizma szárából. Ragaszkodott ehhez a kanálhoz, végig járta vele az egész éjszakot, ő maga öntötte ki alumínium alumíniumhuzalból homokformába, és a nyelén ott is állt belekarcolva Ust-Isma 1944. Suhov levette a sapkát kopaszra borotvált fejéről, akármilyen hideg volt nem bírt sapkában enni, és kevergetni kezdte a kihűlt zupát, gyorsan ellenőrizte, mi került a tányérba. Hát, olyan közepes volt. Nem az üst tetejéről, de nem is a fenekéről merték tele. Persze Fetyukovtól kitelik, hogy egy-két szem burgonyát kihalászott belőle, amíg őrizte a tányért. A zupa akkor szerez igazán örömet, ha forró, de Suhovnak most egészen hideg leves jutott. Mégis szép lassan elmélyülve kanalazgatta, mert nem érdemes sietni még akkor sem, ha tető ég a feje felett. Az éjjeli álmot leszámítva a táborlakó csak a reggeli alatt tíz percig, na meg az ebéd meg a vacsor alatt ötöt percig él igazán önmagának. A zupa napról napra ugyanaz, attól függ, milyen főzelékfélét szereznek be télre. A múlt esztendőben csak sózott répa volt a raktáron, így hát a zupa szeptembertől júniusig csupán répából állt. Ebben az évben pedig megfeketedett káposzta soron. A fegyent számára a legbőségesebb időszak a június. Ilyenkor már minden főzelékféle kifogyott, ezért kásával helyettesítik. A legrosszabb hónap a július. Ilyenkor csalánt aprítanak az üstbe. Az apró halnak főleg a szálkái úszkálnak a levesben, a hús a szétfőt, csak a fején meg a farkán maradt valami. Suhov a hal törékeny csontvázán se húst, se pikkejt nem hagyott, a csontvázat is összerágta, szopogatta, és a végén kiköpte az asztalra. Megevető mindent a halból legyen az kopoltyú vagy farok, még a szemét is, ha a fejében volt, de a tányérban úszkáló nagy szemeket már nem ette meg. Ki is nevették ezért. Suhov ma gazdagnak érezte magát, mivel a kenyérkiosztáskor nem volt a barakban, nem kapta meg az adagját, és most anélkül evett. Majd később külön megeszi, így laktatóbb is. Aznap magarakása volt a zupa után. Suhov darabokban tördelte le a csomóba fagyott kását. A magara nem csak hidegen, még forrón sem ízletes, és nem is lakatja jól az embert. Egyszerűen fű, csak sárga, mint a köles. Kiókumlálták, hogy kása helyett ezt adják, mondván, hogy ezt a kínaiaktól vették át megfőzve egy adag harminc dekát nyom, és hát aztán, ha kása, ha nem kása, mégis kása számba megy. Suhov lenyalta a kanalát, visszadugta a helyére a nemes csizma szárába, felvette a sapkáját és ment az ambulatóriumba. Az ég még egész sötét volt, és a tábor lámpásai továbbra is elkergették a csillagokat. A két fényszóró széles sugara épp úgy vágta ketté a zónát, mint előbb. Miután ez különleges tábor, kitalálták, hogy felhasználják a harctéri világító rakétákat, amelyekkel az őrség bőven rendelkezett, és alig, hogy besötétedett, a zóna fölé röppentették a fehér, zöld és vörös rakétákat, mint az igazi háborúban. Aztán abba a rakéták röptetgetését, talán sokba került. Éppen olyan sötét éjszaka volt, mint az ébresztő pillanatában. De a tapasztalt szem apró kis jelekből már könnyen megállapította, nem sokára kongatnak a munkára. A Sánta segédje, az étkezde naposa a Sánta. Még egy segédet is tartott maga mellett és táplálta. Éppen indult. Reggelizni hívta a hatos barak rokkantjait, akiket nem vittek ki a zónából munkára. A szakállas öreg festőművész ott ballagott a kulturális nevelési osztály felé, a festékért meg az ecsetért ment, hogy írhassa a számokat. Újra felbukkant a tatár, széles léptekkel vágott át az úton, sietett a parasnoki barak irányába. Az udvaron alig akart ember bizonyára mindenki behúzódott, és melegszik az utolsó édes percekben. Soha fürgén a barak mögé bújt a tatár elől, ha másodszor is szeme elé kerül, megint meggyűlik vele a baja. És soha nem szabad elbámészkodni. Igyekez mindig csoportban maradni. Ha magányosan mész, egyetlen egy smasszer se lásson. Lehet éppen valakire vadászik, hogy munkára vigye, talán csak keres valakit, akin kitöltheti a dühét. A barakokban felolvasták a parancsot. A felügyelők előtt öt lépéssel le kell venni a sapkát, és csak két lépéssel mögöttük szabad feltenni. Akad olyan felügyelő, aki úgy jár kell, mint a vak lenne, annak mindegy, a másik meg épp ilyesmiben leli örömét. Hányat dugtak már magánzárkába ezért, a sapkáért? Hát, akkor inkább bújjunk meg egy darabig itt, a barak mögött. A tatár tovább ment, és Suhov megindult az ambulatórium felé, amikor hirtelen észbe kapott. Ma reggel, munkába indulás előtt várja a hosszú letfiú a hetedik barakból. Két pohár szűz akar neki eladni, de Suhov ebben a nagy hajcsőben egészen megfeledkezett róla. A hosszú lett, tegnap este csomagot kapott hazúról, holnapra talán már egy csipetnyi sem marad abból a szűz dohányból, akkor aztán várhat az ember egy egész hónapot, amíg újból csomagot kap. Mert dohánya jó, nem túlságosan erős, no meg illatos is, olyan barnás színű. Suhov bosszankodva topogott egy darabig, ne forduljon-e vissza a hetes barakhoz. Tehát az ambulatórium egészen közel volt, oda az egészségügyi épület tornácára, csikorgott lába alatt a hó. Az egészségügyi épület folyosóján vakítóan tiszta volt minden, mint mindig, szinte félt az ember a padlóra lépni. A falakat is fehér olajfestékkel vonták be, hófehér volt a bútorzat is. A rendelők ajtajai mind zárva voltak. Az orvosok alig, hanem még mind ágyban, az ügyeletes szobában csak Kolja Vdovushkin a felcser üldögélt, egy egészen fiatal fiú. Ott ült a tiszta asztalnál frissen mosdott fehér köpenyben, és valamit írtok át. Egy lélek sem volt rajta kívül. Suhov levette sapkáját, mint a parastakok előtt, és mert a tábori szokás szerint szeme már fürkészve járt ott is, ahol nem kellett volna, nem kerülhette el figyelmét, hogy Nikolai egyenletes sorokban gyöngybetűkkel irdogál valamit, mindegyik sort nagybetűvel kezdi. Egy szempillantás alatt rájött, hogy ez nem tartozik a felcser munkájához, ez valami privát munka, de hát neki mi köze volt hozzá. Hát, izé... É, Nikolaj Semjonics. Én, hogy úgy mondjam, hát, szóval beteg vagyok, kezdte Suhov kisé feszengve, mintha idegen holmira kacsingatna. Vodovuskin nyugodt nagy szemét felemelte munkájáról, hófehér sapka, hófehér köpeny volt rajta, nem volt azon szám sem. Miért ilyen későn? Miért nem jöttél este? Nem tudod, hogy reggel is fogadás? A beteglistát már leadtuk a TTO-ba. Sóv ezt mind jól tudta, meg azt is este sem könnyebb beteg állományba kerülni. De is este, amikor tán kellene, nem fáj úgy, miért, mi van, mi fáj? Hát az igazat megvalva semmi, de mindenem hasogat. Suhov nem tartozott azok közé, akik folyton az ambulatóriumban lebzselnek. Vdoviskun ezt jól tudta. De reggel nem volt joga két embernél többet betegállományba venni, és ez már megtörtént. Az asztalt borító zöldesen csillogó üveglap alatt ott voltak két név egy papíron, tintával aláhúzva. Korábban kellett volna észbe kapnod. Mit gondolsz, közvetlen a munkába indulás előtt jössz? Hát, hát, Bravuskin egy gézzel fedett üvegedényből kihúzta a hőmérőt, letörölte róla a fertőtlenítőt, és odanyújtotta Suhovnak tegye a hónalá. Suhov leült a fal mellett húzódó lóca legvégére, de vigyázza ne, hogy felforduljon a lócával együtt. Nem kész akarva választotta a kényelmetlen helyet, de ezzel ösztönösen azt mutatta, hogy nem otthonos az ambulatóriumban, és hogy nem valami apróságért jött ide. Dovuskin folytatta az írást. Az ambulatórium a zóna legeldugottabb sarkában épült, ide semmiféle hang nem jutott el. Fali óra sem ketyegett, a raboknak nem dukál, óra helyettük a parasnokság méri az időt, még egerek sem kaparáztak, valamennyit elvadázta az erre a célra beszerzett kórházi kandúr. Suhovnak csoda jól esett, hogy már teljes öt perce itt üldögél ebben a jól kivilágított, csendes, tiszta szobában, tétlenül. Megvámulta a falakat, de semmit sem talált rajtuk. Majd a pufajkáját nézegette. A szám lassan lekopik róla, nehogy emiatt meggyűjjék a baja, itt az ideje, hogy felfrissítse. Szabad kezével végig simított a borostás arcát, jócskán kinőtt a szakála, a múlt fürdő óta, hát igen, annak van már vagy tíz napja. Tehát ez nem zavarja. Három napolva megint fürdő lesz, akkor majd megborotválják. A borbé nem szívesen megy, ott sorba kell állni. Soha nem akart senkinek sem tetszeni. És hogy elnézte Dovuskin hófejér hófehér orvosi sapkáját, eszébe jutott a Lováti folyó partján felállított tábori kórház, meg az, hogy a a sérült állkapcsával, és a fene vitte volna el. A maga jó szántából visszament az első vonalba, pedig vagy öt napot elheverészhetett volna. Most meg arról ábrándozik, hogy milyen jó volna két-három étre megbetegedni, persze nem halálosan, nem úgy, hogy műtétre kelljen mennie, csak épp bevinnék a kórházba, ott feküdde mozdulatlanul, vagy jó három hét és még ha üres levessel etetnék is az is jó lenne. De Suhovnak hirtelen eszébe jutott, a kórházban sem lehet heverészni. Valamelyik transporttal egy Sztyepán Grigorics nevű új doktor érkezett nem régben. a sürgölődő nagyhangú ember, aki a betegeknek nem hagy nyugtot. Kitalálta, hogy a járóbetegeket kizavarja a kórház körüli munkákra, a kerítést csinálni, meg utat, virágágyakat, télepedig pedig havat lapátoltat. Azt hajtogatja betegség ellen, legjobb orvosság a munka. A munkától még a ló is megdöglik. Ez persze sehogy sem megy a fejébe. Ha őt hajszolnák ott a kőműves munkán, alig hanem kisebb hangja lenne. Vodobuskin csak irogatott tovább. Valóban privát munkát végzett, de Suhov ezt fel nem foghatta. Egy hosszú új verset másolt le, amelyet tegnap költött. Megírta, hogy ma megmutatja Szépán Grigoricsnak, annak az orvosnak, aki annyira híve a munkaterápiának. Ilyesmi persze csak a táborban fordul elő. Szépán Grigorics azt tanácsolta Vdovuskinnak, jelentse be, hogy felcser, és mindjárt be is állított a felcseri munkára. És a buta fegyenszeken tanult meg injekciót adni vénába, mert is ezeknek a tisztességes embereknek még véletlenül sem jutott eszükbe, hogy olyan felcser is létezhet, aki egyáltalán nem is felcser. Korja a bölcsészkaron hallgatott irodalmat másodéves korában tartóztatták le. Szépán Grigoris szerette volna, ha itt a börtönben írja meg mindazt, amit szabadlábon nem engedtek meg neki. A vastag jéggel bevont kettős ablakon keresztül alig-alig hallatszott be a munkára hívó kongatás. Suhov sóhajtott és felállt, épp úgy a hideg, mint azelőtt, de úgy látszik nem sikerül leakasztania egy napot. dovoskin a hőmérő után nyúlt, megnézte. Látod, se ide, se oda. 37 kettő. Ha 38 lenne, az mindenki számára világos. Nem vehetlek beteg de ha akarsz, maradj a barokban saját szakálladra, s a révsorolvasás után az orvos is betegnek tart. Még felmenthet, de ha egészséges vagy, akkor mehetsz a szigorítodba, mint munkát megtagadó. Menj inkább dolgozni. Suhov nem válaszolt, még csak nem is biccentett, felcsapta a sapkáját és kiment. Vajon a jól lakott hisze az éhesnek? Csikorgott a fagy, csípősen mart a suhovott, és köhögésre ingerelte. Kint 27 fok volt, suhovban 37. Majd eldől, melyik az erősebb. Suhov loholt a barakba. Az utak mindenütt néptelenek, kihalt az egész tábor területe. Ez az a rövid pillanat, amikor már minden szál elszakadt, de az emberek úgy tesznek, mintha nem történne semmi, és nem vinnék ki őket munkára. Az őrkíséret még bent ül a meleg laktanyában, álmos fejüket a puskákra támasztják. Számukra sem fenékik tejfel ilyen fagyban áldogálni az őrtoronyban. A főkaponál a kapuőrök tömik a kájhát szénnel. A felügyelők a felügyelői szobában az utolsó cigarettát szívják a kutatás előtt. A fegyencek már felvették minden kacabajkájukat, valamennyien vastag zsineggel szorítják össze derekukat, az állóktól egész a szemükig rongyokkal fedigve magukat a fagy ellen, de még ott fekszenek a bricseken, a takarók felett nemes csizmában csukott szemmel, mintha meghaltak volna, de csak addig, amíg a brigadéros nem kiállt. Indulás! A 104-es brigád is ott akár csak az egész 9-es barak. Csak Pavló, a segéd brigadéros ajka mozog, kezében Szeruza valamit számol, na meg a felső pricsen Suhov szomszédja, a baptista Alioska tisztán megmosakodva olvasgatja a jegyzetfüzetét, amelyben az evangélium fele van bemásolva. Suhov, bár lélekszakadva rohant idáig, mégis egész csendben lép oda a segéd brigadéros fülkéjéhez. Pavló fölemeli a fejét. Nem ültették le Iván Gyenyiszics. Él, kérdi erős nyugat-ukrajnai kiejtéssel mint minden földje még a táborban sem szokott le a magázásról. Aztán elvesz az asztalról egy adag kenyeret, és oda nyújtja. A kenyéren kiskanálnyi cukor púposodik fehére. Bármennyire siet és suhov, azért udvariasan válaszol, a segédbrigadéros szintén a főnökséghez tartozik. Tőle talán még sokkal több függ, mint a táborparancsnoktól. Akárhogy siet a cukrot a kenyérről, felszippantja, ajkát végignyalogatja, aztán egyik lábával a prics tartóvasára lép, hogy rendbeszedje a fekőhelyet, közben az adagját ide-oda forgatja, mint egy latolgatja a tenyerén, megvan-e neki járó ötvenöt deka. Suhov már sok ezer ilyen kenyéradagot kapott a börtönökben meg a táborokban, és bár még egyetlen egynek a súlyát sem ellenőrizhette, meg aztán félénk ember lévén képtelen is lett volna zajongva követelni a jogát, nem ismerte volna, de akár a többi fogoly ő is régen tudta, hogy az, aki tisztességesen mérni a kenyeret, soká nem maradhatna a helyén. Minden adagból hiányzik valamennyi. A kérdés az, hogy mennyi. Így hát minden áldott nap elnézi az ember a magáét. És saját megnyugvására azt ismételgeti: hát, ma nem csaptak be nagyon, hát, ma az utolsó grammig megkaptam, ami járt. Két deka hiányzik, töntött el magában Suhov, és ketté törte az adagját. Egyik felét a pufajka bélésébe, a külön egy magavart fehér zsebbe dugta, a gyárban zseb nélkül varják a rabok számára a pufajkákat. A másik felét, amelyet a reggelinél elspórolt magától, előbb meg akarta enni, de arra gondolt, hogy bekapkodni az ételt nem sokat ér, szinte hiába való és nem lakat jól. Már-már betette az éjeli szekrényébe a fél adagját, de ismét meggondolta magát, eszébe jutott, hogy a naposokat két is jól helyben hagyták lopás miatt. A barak nagy, és olyan, mint egy átjáróház. Így hát Iván Jeniszovics a kenyerét nem engedte ki a markából. Lábát kiúzta a nemes csizmából oly ügyesen, hogy a kapszája és a kanala is benne maradt, aztán mezitláb felmászott a pricsre, kisé kitágította a matraszán a lyukat, és a fél adagját odadukta a forgácsok közé. Lekapta a sapkáját, kihúzta belőle a befűzött tűt, ezt is jól elrejtett, és a hippisnél a sapkákat is megtapogatják. Egy alkalommal valamelyik felügyelő megszúrta az ujját a tűvel, és dühébe bizony majdnem szétverte suho fejét. Egyik öltés a másik után, és az eldugott kenyér eltűnt a matrazban. Ez alatt a cukor is elolvatta szájában. Súhobban minden a végletekig feszült. Bármely pillanatban jöhet a munkavezető, beordíthat az ajtón. Súhob ujjai szaporán mozogtak, agya előre gondolkodott. Azt latolgatta, mi lesz tovább. A baptista az evangéliumot olvasgatta, de nem némán, hanem mint egy lihegve. Meg lehet készakarva tette suhok miatt, mert ezek a baptisták szeretnek agitálni mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mégis ügyes viccó ez az aljósa, olyan ravaszul elrejti a fal azt a könyvecskét, hogy még egyetlen egy hippisnél sem bukkantak rá. Suhov Ugyanolyan gyors mozdulattal a prics táblájára akasztotta a buslátját, a matrac alól előhúzta a kesztyűjét, és még egy pár elnyűlt kapcát, egy vastag zséneget meg egy vászondarabot két oldalán hosszú szalaggal. A matrazban a forgácsot egy kisé elsimította, nehéz ez a tömött forgács. Összegöngyölítette a takaróját, a párnát a helyére hozta, aztán mezitláb leereszkedett, és hozzálátott az öltözködéshez, először az új, a jobbik kapcát csavarta fel, föléje pedig a régit. A brigadéros ebben a percben elkrákogta magát, felállt és kijelentette. Elég az alavásból! Száz es indulás! És az egész brigád, akár szundikált, akár nem, nyomban, talponban, és ásítozva indul a kiárat felé. A brigadéros már 19. esztendejét üli. Egy perccel sem hajtja ki az embereket előbb, mint kell. Ha azt mondja indulás, akkor itt az utolsó pillanat. És amíg a brigádtagok nehézgesen topogva, némán libasorban kivonulnak előbb a folyosóra, aztán a tornácra, addig a huszas brigadéros a Tyurint utánozva szintén kijelenti indulás! Sornak még van ideje, hogy a kettős kapcára felráncsa a nemes csizmát, a pufajkára felvegye a buslátot, és szorosra fogja a zsineggel, akinél bőröv volt, attól elvették. A különleges táborban nem engedélyezték a bőrövet. Sóhovnak így hát mindenre marad ideje. A tornácson utoléri brigádja utolsó tagjait, akik hátukon a számmal épp akkor mennek ki az ajtón. Vastagon felöltözve, magukra szedve mindazt a ruhaneműt, amiuk csak akart, a brigádtagok rézsút, libasorban, anélkül, hogy egymást utolérni igyekeznének, nehézgesen szamogó léptekkel vonulnak a kiárat felé vezető úton, csupán nemes csizmájuk csikorog. Még mindig sötét van, bár az ég alja már zöldesen dereng. Csípős, gonosz szél fújdogál kelet felől. Ez a legkeservesebb pillanat a reggeli munkába indulás. Sötétben, fagyban, korgó gyomorral egész napra nyelv is megbénul. Senkinek sincs kedve beszélgetni. A kiárathoz vezető útnál sürgölődött a munkaügyis. is. Hé, Tyurin, mennyit várjak? Már megint húzod az időt? A munkaügyistől legfeljebb suhov félhet, de Tyurin aztán nem Ebben a fagyban még csak egy leheletre sem mértatja. Csak topog némán. Mögötte meg a brigád vonul a havon. Top, 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 csrik, csrik. A kiló szalonát pedig bizonyára odaadta, mert hát a 104-es a régi menetoszloppal együtt vonul, kiderül ez abból is, melyik brigád megy előttük. A közszolgáltatási telepre egy szegényebb, no meg ostobább brigádot hajtanak ki. Jaj, szörnyű lesz ma ott. 27 fok, és méghozzá széllel sehol egy fedél, sehol egy meleg zúg. A brigadérosnak sok szalonnak kell, a TTO-ba is kell vinnie, no meg hát a saját gyomrát is meg kell tömnie. Ő maga sehonnan sem kap csomagot még sincs soha szalonna hiány. Ha a brigádból valaki csomagot kap, már viszi is neki az ajándékot. Másképp bezzeg nem élít meg az ember. A fő munkaügy is feljegyzi a deszkára. Tyurin, ma egy beteged van munkára, 23 mentek, ugye? 23, bólint a brigadéros. Ki hiányzik? Beteg volna, s a brigádtagok közt egyszerre megindul a suttogás. Ez a piszok pántja ismét a zónában maradt. Kutya baja. A politikai nyomozó tiszt marasztalta ott, megint beköp valakit. Nappal minden feltűnés nélkül kihívják, akár három óra hosszát is ott tartják. Senki sem látta, senki sem hallotta. És mint gyengélkedőt könyvelik el az egész út a buslátoktól feketélik. A brigádok lassan nyomulnak előre a hippishez. Suhovnak eszébe jut, hogy a pufajkáján fel kell frissíteni a számot, és átforakodik az út másik oldalára. Ott már ketten-hárman állnak sorba a festőművész előtt. Suhov is odaáll. A rabnak ez a szám csak bajt okoz, a felügyelő már messziről észreveszi, az őrség is felírja, ha pedig nem frissíti fel idejében, azért szigorított barakják. Miért nem gondoskodsz a számról? A táborban három festőművész van. Főleg a parancsnokoknak dolgoznak, portrékat meg tájképeket festenek ingyen, na meg egymást váltva a munkába indulás előtt ott állnak és írják a számokat. Ma a deres kisöreg a soros. Ahogyan az ecsettel a sapkára festi a számot, éppen olyan akár egy pópa, amikor szentelt olajjal megkeni a hívő homlokát. Mázolgat, mázolgat, aztán belefúj a kesztyűjébe. A kötött kesztyű vékony, a keze szinte megdermed, úgyhogy alig bírja a számokat írni. A festő felfrissítette Suhov pufajkáján az 854-es számot, és most már Suhov nyitott busláktal zsinekel a kezében megy tovább. A hippistől csak egy pár lépés választja el. Utolérte a brigádját. Mindjárt körülnéz, Cézár az egyik brigádtársa dohányzik, méghozzá nem pipát, hanem cigarettát szív, így háttán leesik valami. Suhov nem az az ember, aki egyenesen kérne. Csak egész közel áll Cézárhoz, és féloldalt fordulva elnéz mellette. Elnéz mellette, mint egy közömbösen, de figyeli, hogy minden szippantás után Cézár ritkán szippant töprengően, egyre hosszabb az izzó hamugyűrű, a cigaretta pedig egyre fogy, és közeledik a szipkához. Az a sakál Fetyukov is odason polyog, megáll éppen Cézárral szemben, a szájába bámul, és csak úgy ég a szeme. Suhovnak egy csipetnyi dohánya sem maradt, és legfeljebb csak este szerezhet, Szinte megfeszül a várakozásban, jobban vágyik erre a csikre, mint a szabadságra, de soha se alacsonyodna le, mint Fetyukov, képtelen lenne másnak a szájába bámulni. Szézárban sokféle nemzetiség keveredett. Talán görög, talán zsidó, de az is lehet, hogy cigány. Nem lehet megállapítani. Egészen fiatal. Filmrendező volt, de még az első filmjét sem forgatta végig, amikor leültették. Fekete, tömöd bajusza van, csak azért nem borotválták le, mert így szerepel az ügyiratához csatolt fényképen. Cézár Markovics, szipok Fetyukov türelmetlenül, adjon egy szippantást. Arca remeg a mohó vágyakozástól. Cézár felhúzza fekete szemét félig beborító szemhéját, és végignéz, fetyyuka van. Főleg azért pipázik gyakrabban, hogy ne zavarják meg, amikor dohányzik, ne kunyarálják el tőle a csikket. Nem a dohányt sajnálja, hanem a félbeszakadt gondolatokat. Azért dohányzik, hogy erős gondolatokat ébreszen magában, és ezekbe meneküljön. De alig, hogy rágyújt, már is néhány szempár mered rá hagyd meg a végét. Cézár Suhovhoz fordult. Fogd, Iván Gyenyszics. Nagy Nagyújával kilökte a forró csikket a rövid borostyás szipkából. Suhov szinte megremeg. Várta is, hogy Cézár neki fogja felajánlani. Egyik kezével gyors hálás mozdulattal megfogja a csikket, a másikkal meg alulról óvja, nehogy elejtse. Nem sértőtik meg, amiért Cézár viszonyok attól, hogy a szipkával együtt adja oda. Van, akinek tiszta a szája van, akinek egészen kipállott. Edzett ujjait nem is égeti a parázs. És ami a fő, megelőzte azt a sakál fetyukovot, és most szívja a cigaretta véget, még csak meg nem perzseli ajkát a tűz. Hmm. Hmm a füst szétárad éhes testében, érzi a lábában, a fejében. Alig, hogy ezt a kellemes érzést szétáradni érezte magában, már hallja is a morgást, elszedik az alsó inget. A fogolynak ebből áll az egész élete. Suhov már megszokta, csak arra vigyázne, hogy a torkodnak rohanjanak. Mit akarnak az inktől? hiszen az inget maga a tábor táborparancsnok adta ki. Itt valami nem egyezik. A hippisig már csak két brigád maradt előttük, és az egész 104-es felfigyel. A parancsnoki barakból most ért oda Volkovoj hadnagy, a rendészeti parancsnok, és valamit oda kiállt a felügyelőknek. A felügyelők, akik volkovoly nélkül csak úgy tessék, lássék, motoztak, most, mint a vadak rohangásnak, a főtörzsőrmester is elordítja magát. Felhúzni az inget! Azt mondják, Volkovojtól nem csak a foglyok, nem csak a felügyelők, de maga a tábor parancsnok is fél. Rá az Isten pontosan tudja, kinek milyen nevet adjon. Mert ennek a Volkovojnak, farkasi a jelentése, még a nézése is olyan, mint egy farkasnak. Sötétbőrű, hórihorgas görnyet alakja gyorsan cikázik ide-oda. Váratlanul bukkan fel a barakok mögül. Hát itt miért gyülekeztek? Előle nem lehet megbújni. Eleinte korbáccsal járt, forottágú, karhosszúságú bőrkorbáccsal. Azt mondják, a szigorított fegyelmi barakban ezzel csépelte az embereket. Megesett, hogy az esti névsorolvasásnál a rabok ott tolongtak a baraknál, ő meg hátul odason polyog, és a nyakába cserdít valakinek. Miért nem állsz a sorban, te dög? A tömeg hullámszerűen húzódik el tőle. Az áldozat a nyakához kap, letörli a vért, hallgat. Még képes és a szigorítotba is becipeli. Mostanában már korbács nélkül jár. Fagyos időben az egyszerű hipp is, ha este nem is, de legalább reggelenként elég enyhén folyt el. A fogoly kigombolta a buslátot, kék szárnyát szétnyitotta. Így mentek előre ötösével, és velük szemben ott állt öt felügyelő. Megtapogatták a zsineggel összeszorított pufajka két oldalát, az egyetlen erőírásos zsebet a jobb tért fölött, Olykor megrázták a kesztyűt, és ha valami olyasmit tapogattak ki, amiről nem tudták, micsoda, nem is húzták elő, csak lomhán megkérdezték, hát ez mi? Mit is keresenek reggelenként a rabnál? Kést. Az ilyesmit nem a táborból viszik ki, hanem oda szokták becsempészni. Reggel azt kell ellenőrizni, nem vise ki magával, vagy három kiló élelmiszert, hogy ezzel aztán megszökhessem. Volt idő, amikor még a kenyértől is féltek. Az ebédhez kivitt húsz azért aztán parancsba adták, minden brigád faládát készít magának, és csak abban viheti ki a brigádtagok kenyerét, a többit el kell kobozni. Ki tudja, mit akartak ezzel nyerni. Talán az egész csak arra volt jó, hogy az embereket kínozzák, hogy felesleges gondot okozzanak. És mindegyik vagy beleharapott a saját kenyéradagjába, vagy valahogy megjegyezte és úgy rakta a ládába. De hát ezek a darabok mind egyformák, mind ugyanabból a tésztából készült, és egész úton csak arra gondoljon és gyötrödjön az ember, nem cserélik-e ki az ő darabját, ezen szivakodtak egymás között. Néha ökölre is mentek. Egyészben a munkahelyről hárman megszöktek egy gépkocsin, és magukkal vitték az egész láda kenyeret. A parasztok erre észbe kaptak, a ládákat összeaprítatták a kapuőrség előtt. Azóta ismét mindenki viheti magával az adagját. Reggel azt is ellenőrizni kell, nincs-e polgári öltözet a fegyenszruha alatt. Mert hát a polgári öltözetet már réges-rég elvették mindenkitől, és csak a büntetés letöltése után adják vissza, legalábbis így mondották. Ebben a táborban még nem fordult elő, hogy valakinek letelt volna az ideje azt is megvizsgálják. Nem csempésznek neki ki levelet, hogy esetleg egy szabad emberen keresztül továbbítsák. De ha még levelet is keresnek mindenkinél, akkor itt elpiszmognak egészen ebédig. Volkovoly oda kiabált, hogy keressenek csak valamit. A felügyelők gyorsan lehúzzák a kesztyűt, minden egyes rabra ráripakodnak, hogy nyissa szét a pufajkáját amely alatt mindenki a barak melegét rejtegeti. Húzza fel az ingét, és tapogatva keresik, nincs-e rajta a táborszabályok által tiltott ruhadarab. A fegyensznek két ing jár, egy alsó és egy felső, a többit levenni. Így adták szájról szájra a foglyok Volkovoj parancsát. Azok a brigádok, amelyek korábban átesnek a motozáson, szerencséjükre már kid vannak a zónából, de ezeknek aztán ki kell nyitni a ruhát. Akin felesleges ruhadarabban, annak ott kell ledobni a csikorgó fagyban. El is kezdik, de kiterül, hogy ez így nem megy. A kapu környéke már elnéptelenedett, a kísérő őrség pedig kiabál, gyerünk, gyerünk, mire a 104-eshez érnek, Volkovoy dühe megenyül, meghagyja, írják össze azokat, akiken felesleges ruha van este pedig maguk adják le a raktárba feljegyzés kíséretében, hogyan került hozzájuk, és miért nem jelentették be. Suha van, csak az van, ami kincstári. Őt tapogathatják. Csupasz a melle, csak a lélek háborok benne. Cézár flanelingét már felírták. Bojnovskijon is az anyjuk keservit egy mellényt vagy valamilyen hasmelegítőt találtak. Bojnovszki hajós kapitány korából megszokta, hogy ordítozzék, még három órapja sincs, hogy a táborba került. Nincs joguk levetköztetni az embereket ilyen fagyban. Nem ismerik a büntető törvénykönyv kilencedik szakaszát. Megvan nekik. Ismerik. Te vagy az, aki nem ismered barátocskám. Maguk nem szovjet emberek, szidja őket a kapitány. Maguk nem kommunisták. Volkovaj a törvénykönyv szakaszát még eltűrte, de erre már lecsap, mint valami fekete villám. Tíz nap szigarított! Aztán halkabban odaszól a törzsörmesternek. Estére lecsukod. Reggelenként nem szeretik az embereket szigorítottba dugni, elvész egy munkanap hadd görnyedjen csak egész nap, este aztán bedugják a magánzárkába. A szigorított fegyelmi barak ott húzódik balra a kapóz vezető úttól. Két szárnyú kőépület, a második szárnyat ezen az őszön építették hozzá, egy szárny már szűknek bizonyult. 18 zárkás börtön, és a zárkák is magánzárkákra vannak elválaszt. Az egész tábor fából épült, a börtön az egyedüli kőépület. A hideg behatolt az ingalá, és most már el nem kergeti onnan az ember. Hiába voltak a rabok jól bebagyulálva, és hogy sajok suha fálta. de jó lenne most a kis kórházi ágyon feküdni és aludni. Semmi egyebet nem kíván, csak egy jó vastag takarót. Ott állnak a foglyok a kapuk előtt, begombolkoznak, összekötözik rongyaikat. Kívülről az őrség pedig már kiabált. Gyerünk, gyerünk! A munkaügyis is, is lögdösdje a hátokat. Gyerünk, gyerünk! Az első kapu, a zóna sávja, a második kapu. A kapuőrség épületétől párhuzamos, hosszú fakorlát húzódik. Állj, ordít a kapuőr! Csürhe! Ötösével! Lassan dereng, az őrség tábor is lassan kihúny a kapun túl. Munkába indulás előtt mindig nagy tábor raknak, ez melegít is, meg világít is. Könnyebb számlálni az embereket. Az egyik kapuőr éles hangon számlál. Első, második, harmadik, és az ötös sorok, Émás után válnak el, és egyenként láncban lépkednek, úgyhogy akár előről, akár hátulról nézik, öt fej, öt hát, tíz láb. A második kapőr ott áll némán a másik korlátnál, ő csak ellenőrzi helyese a számlálás. Aztán még egy hadnagy is ott áll és néz. Ezek a tábori őrség emberei. Egy ember az aranynál is többet ér. Ha egy fő hiányzik a szöges drót mögött, a magad fejével fizethetsz érte. És a brigád megint egy csomóba verődik. Most már a kísérő őrség örmestere számlál. Első, második, harmadik. Az ötös sorok újra elválnak, és egyenként vonulnak láncban. A másik oldalon a kísérő őrség helyettes parancsnoka ellenőriz, és még egy hadnagy. Ezek a kísérő őrség emberei. tévenni sehogyan sem szabad. Ha egy fővel többért írod alá a neved, a magad fejével fizethetsz érte. A kísérő őrségnek se is se száma. Félkörbe veszik a hőerőmű építéséhez induló menetoszlopot. A géppisztolyokat már felkapták, egyenesen az ember pofájába tartják. Itt vannak a kutyakísérők is, szürke kutyákkal. Az egyik kutya kivicsorítja fogát, nevet a foglyokon. A kísérő őrség bekecsben van, csak hat visel hosszú, bokáig érő Irhabundát. Az Irhabundákat cserélik. Azok veszik fel, akik aznap az őrtoronyba mennek a kísérő őrség összekeveri a brigádokat, és még egyszer ötösével megszámolja a hőerőműhöz induló rabokat. A legerősebben mindig napfelkeltekor fagy, jelenti ki a sorhajó kapitány. Ez a legalacsonyabb pontja az éjszakai lehűlésnek. A kapitány általában szeret magyarázgatni. Öregnek, fiatalnak pontosan kiszámítja, melyik évben milyen napra esik a születésnapja. A kapitány szemlátomást megy tönkre, orcája már egész beesett, de még tartja magát. Itt zónán kívül a fagy, meg az átható szél erősen csípi még suhov viharedzett arcát is. Rájött, hogy a hőerőműig vezető egész úton arcába fúj majd a szél, és elhatározta felveszi, a vászon arcvédőt. Ezt a két hosszúkás szalaggal ellátott rongyocskát ilyen szeles napokra tartogatja, mint sokar mások. A fegyencek között elterjedt nézet, hogy az ilyen vászon darab sokat segít. Suhov a személyik betakarja arcát, a füle alatt átvezeti a két kis szalagot, és összeköti a tarkóját. Aztán a sapkát a tarkójára engedi, és felhajtja a buslát gallériát. A sapka ellenzőjét is a homlokába húzza. Így hát elől csak a szeme maradt szabadon. A zsineggel jó erősen összerántja a buslátot a derekán. Most már minden rendben lenne, csak a kesztyűjes silány, keze már teljesen elgémberedett. Törzsölgeti, csapkodja, tudja, hamarosan hátra kell rakni a kezét, és így kell mennie a hosszú úton. A kísérő őrség parancsnoka elmondja a régen megunt mindennapi fegyenc imádságot. Fagyok, figyelem, menet közben betartani a legszigorúbb rendet. Tilos széthúzni a sorokat, előre szaladni, egyik ötös sorból a másikba átmenni, beszélgetni, tilos félrenézegetni. A kezet hátra kulcsolni. Egy lépés a sorból jobbra vagy balra szökésnek számít, és az őrség figyelmeztetés nélkül tüzet nyit. Első sor, indulj! És elől megindul az első két őr az úton. Imbolyogva lendül előre az egész menetoszlop, himbáloznak a vállak, és jobbról, balról, húsz lépésnyire a menetoszloptól és tíz lépés távolságra egymástól lépdelnek az őrök lövésre tartott géppistolja. Már több mint egy hete nem havazott, az utat keményre egyenletesre taposták. Megkerülik a tábort, a szél itt már egyenesen az arcukba fúj. Kezét hátra kulcsolva, lehorgasztott fővel vonul az egész oszlop, mint valami temetési menet. Csupán az előtted lépdelő két-három ember lábát, na meg a letaposott darab földet látod, amelyre lépsz. Időről időre felkiált valamelyik őr. Jé, 48! Kezdet hátra! B. 502. Lépés tarts! Aztán egyre ritkábban kiabálnak a szél korvácsol, a látást is zavarja. Az őröknek nem szabad befedni az arcukat, ez sem irigylésre méltó szolgálat. Melegebb időben az oszlopban mindenki beszélget, hiába kiabálnak rájuk. De ma mindenki összehúzza magát, mindenki az előtte haladó háta mögé bújik, és elmerül saját gondolataiba. A fogoly gondolata az se szabad, egyre ugyanakörül forog, egyre csak visszatér, nem tapogatják -e ki a matrazban eldugott kenyér darabot. Estére beteg helyeznek -e az ambulatóriumban, szigorítottba dugják -e a kapitányt vagy sem, honnan a csodából szerezte Cézár a meleg fehér neműt, bizonyára megkent valakit a ruharaktárban, mert honnan szerezhette amiért kenyér nélkül reggelizett, meg csak hidegen evett meg mindent, suhovba úgy érzi, nem lakott jól. És hogy elcsitítsa gyomra sajgását, hogy az ne kérjen enni, eltereli gondolatait a táborról, és arra gondol, nem sokára levelet írhat haza. A menetoszlop elhalad a foglyok által épített fa megmunkáló üzem előtt, aztán a lakótelep előtt, a barakokat szintén foglyok építették, de a szabadok laknak bennük. Az új klub mellett az alapjától egészen a freskókkal díszített falakig ez is a foglyok kezeműve, de a mozit a szabadok nézik, és végül az oszlop kiér a sztyeppére, szembe a széllel, szembe a vöröslő felkelő nappal. Jobbról balról, ameddig a szem ellát, hólepteségság, egyetlen egy fa sem nő az egész sztyeppén. Nemrég kezdődött az új, az 1951-es esztendő, és Suhovnak ebben az évben is joga van két levelet írni. A legutóbbit júliusban küldte el, és októberben kapott rá választ. Uszt ismában más volt a rend, ott akár minden hónapban írhatod. De hát miről is írjon az ember? Suhov akkor sem ír gyakrabban, mint most. Suhov, 1941. június 23-án hagyta el otthonát. Vasárnap megjöttek az emberek Polomnából a miséről, és elmondták, kitört a háború. Polomnában a postán tudták ezt meg, mert a háború előtt Tjemgenyovóban még senkinek se volt rádiója. Azt írják, hogy most már minden egyes parasztházban ott bömböl a vezetékes rádió levelet írni most olyan, mintha egy szunyadó feneketlen tóba kavicsokat dobálna. Ami belehull, eltűnik, se híre, se hamva többé. Nem írhatja meg, milyen brigádban dolgozik, milyen Andrei Prokofjevics Csurin a brigadéros. Most Kilkasszal, a Lettel több megbeszélni valója van, mint az otthoniakkal családja is kétszer ír évente, de az ember nem ismeri ki magát az életükben. Új kolhoz elnök van, de hát eddig is évenként változtak. A kolhozt összevonták, már egyszer azelőtt is összevonták, aztán megint szétaprózták. Na meg, aki nem teljesíti az előírt munkaegységet, annak a háztáját egy tized hektárra csökkentik, sőt, van, akinek csak a házát hagyják meg. Suhovnak egy dolog sehogy se ment a fejébe. A felesége azt írt, hogy a háború óta a kolhoztagok száma egyetlen egy lélekkel sem szaporodott. A fiúk, sőt a lányok is úgy ügyeskednek, hogy mindegy szálig vagy a városi gyárba, vagy a tőzek kitermelésre mennek dolgozni. A férfiaknak a felesem tért vissza a háborúból, de azok sem törődnek a kolhozzal, akik visszajöttek. Otthon laknak, de máshol dolgoznak. Az egész kolhozban két férfi van, Zahar Vasilics brigádvezető, no meg Kihon, a 84 esztendős ács, aki nem régen nősült, és már gyereke is van. Az egész kolhoz gondja, azoknak az asszonyoknak a vállán nyugszik, akik még a harmincas években léptek be. Ez az, amit Suhov sehogy sem ért otthon laknak, és máshová járnak dolgozni. Suom még emlékszik az egyéni paraszti életre. Látta a kolhoz életet is, de hogy a parasztok ne a saját falujukban dolgozzanak, és sehogy se fér a fejébe. Házi ipart üznek talán, és mi van a széna szállással? A felesége válaszából kiderül, hogy házi iparral már régen nem foglalkoznak, még ácsmunkára se járnak, pedig erről híresek voltak, vesző kosarat se fonnak, ez különben sem kell manapság senkinek. De találtak egy új, jóval vidámabb foglalatosságot, a fali szőnyek festést. Valaki a háborúból kész mintákat hozott haza, és azóta aztán egyre több az ilyen festőmester a faluban. Sehol sincsenek állásban, sehol nem dolgoznak. Évente egy hónapon át segítenek a kolhozban a szénakaszállásnál, meg a behordásnál, és a fennmaradt 11 hónapra a kolhozvezetőség kiadja nekik az igazolást, hogy ez meg ez a kolhoztag engedéllyel távozott a maga dolga ügyében, és a kolhoznak nem tartozik semmivel. Aztán beutazzák az egész országot, még repülőgépre is ülnek, mert hát drága az idejük, és garmadával söprik be az ezreseket, mindenfelé szőnyeget készítenek, ötven rubelért átfestenek akármilyen régi lepedőt, amért nem kár, és ezt a munkát alig egy óra alatt végzik el. Feleséges dédelgeti a reményt, hogyha Iván hazamegy, szintén beáll fali szőnyek festőnek. Akkor majd kilábalnak a nyomorúságból, amelyben most vergődnek, a gyerekeket beirathatják a technikumba, és a máladozó öreg házuk helyett újat építhetnek. A szőnyek festők már mind új házat építettek maguknak, és a vasúthoz közeli házak ma már nem ötezret érnek, mint azelőtt, hanem huszonötezret. Megkért akkor a feleségét, írja meg, hogyan lehet belőle szőnyek festő, amikor még rajzolni sem tudott soha életében. És mik ezek a csodálatos szőnyegek? Mi van rajtuk? Felesége válaszából kiderült, hogy csak a bolond nem tud így szőnyeget festeni. Lerakja az ember a mintát, és a lyukakon keresztül már mázolhatja is. Háromféle szőnyeg minta van, az egyik trojka, három pompás paripa számba fogva repít egy huszártisztet, a második rén szarvas, a harmadik pedig perzsa mintáljú. Egyéb választék nincs is, de ennek is örülnek az emberek országszerte, és úgy szólván elkapkodják, mert hát egy igazi szőnyeg nem ötven rubelbe kerül, hanem ezrekbe. Suhov nem bánná, ha csak félszemmel is megpillanthatna egy ilyen szőnyeget. Ivan Geniszovics a hosszú börtön és táborélet során már elszokott attól a gondolattól, mi lesz holnap, vagy egy év múlva, miből tartja el a családot. Helyette mindenről gondolkodik a parancsnokság, mintha így könnyebb is lenne. És még két telet és két nyarat kell neki itt töltenie. De ezek a szőnyegek valahogy felbolygatták. Nyilvánvaló, könnyű és tiszta kereset. Ám bár valahogy fájna elszakadni a falu belüjéktől. Lelkemélyen Iván Gyeniszovicsnak semmi kedve a szőnyegekkel foglalkozni. Ehhez aféle festelen, tolakodó természet kell, meg bizonyára egy-két embert le kellene kenyerezni. Suhov 40. évét tapossa, Fogait már jócskán elhullatta, haja is ritkul, de még soha senkitől semmit el nem fogadott, soha senkit meg nem vesztegetett, és a táborban sem szokott erre rá. A könnyen szerzett pénz valahogy semmit sem ér, és az embernek nincs meg az az érzése, hogy meg is dolgozott érte. Helyesen mondták az öregek, ingyen jószág nem tartós. Sóv keze még bírja, még sok mindenhez ért. Nem találna ez szabad életben munkát, mint kájhás, asztalos vagy bádogos. Ha a polgári jogoktól való megfosztottsága miatt nem fogadnák be sehol, vagy haza se engednék, majd akkor is ráér a szőnyegekkel foglalkozni. A menetoszlop ez alatt céljához ért és megállt a nagy kiterjedésű objektum bejáratánál. Előzőleg a zóna sarkánál már elvált a két bundás őr, és odaballagott a két távoli őrtoronyhoz. Amíg az őrség nem foglalja el helyét valamennyi őrtoronyban, a foglyokat nem engedik be. A kísérő őrség parancsnoka golyószóróval a vállán a kapuőrséghez bent, a kapuőrség helyiségének kéményéből csak úgy gomolygott a füst. A szabad kapuőr egész éjjel ott ül és vigyáz, nehogy deszkát vagy cementet vigyenek ki. A kaput az egész építkezési zónát szöges drót övezi, és amott oldalt a távoli szöges drót kerítés mögött lassan emelkedik fel a homályból a hatalmas vörös nap. Alioska ott áll Suhov mellett, nézi a napot, és örül, halvány mosoly játszadozik az arcán. Orszája beesett, csak azon él, amit a táborban kap. Semmi mellékkeresete. Minek örül? Vasárnaponként összeül a többi baptistával, és súgnak, búnak. Mit nekik a tábor? Fel se veszik. Az úton viselt arcvédő rongy egészen átnedvesedett a lehellettől, Imit amott szinte jéggé fagyott. Suhov arcáról lehúzza a nyakáig, és hátát a szélnek fordítja. A hideg nem nagyon kínozza, csak keze dermet meg a silány kesztyűben, na meg a bal lába ujja. A bal nemes csizmája egyszer megperzselődött, másodszor talpalták már. A dereka meg a háta egészen a válláig csak úgy hasogat, hogyan dolgozza. Körülnéz, éppen szembe kerül a brigadérossal, aki az utolsó ötös sorban lépdel. A szélesválló brigadéros jól megtermett ember, komoran néz magáé. Nem sajnálja a trágás szidalmakat, de azon van, hogy mindenki jól lakjon, és minél nagyobb falat jusson a brigád tagjainak. Már a második idejét tölti a gulág fogadott fia, a tábor szokásait úgy ismeri, mint kevesen. Glavno je upravlénje lágerej Gulag, a büntető táborok főigazgatósága. A táborban a brigadéros minden. A jó brigadéros szinte második apa, a rossz brigadéros pedig deszkabusládba, koporsóba juttathat. Suhov még Usztizsmából ismeri Andrei Prokofjevicset, bár ott nem az ő brigádjában volt. Amikor az usztizmai munkatáborból a politikai elítélteket ide a munkatáborba átdobták, Tyurin magához vette. Suhovnak semmi dolga a táborparancsnokkal, semmi dolga a TTO-val, a munkavezetőkkel, a mérnökökkel. Mindenütt a brigadéros áll ki helyette, a brigadérosnak acélból a melle. De ha csak rezdül a szemöldöke, vagy felemeli kisúját, szaladj, és csináld. A táborban bárkit becsaphatsz, csak Tyurint ne csapd be, akkor élni fogsz. Sóf, szeretné megkérdezni tőle, hogy ma is ott dolgoznak-e, ahol tegnap, vagy más helyre mennek, de fél megbolygatni a brigadéros mély gondolatait. Alig, hogy lerázta a válláról a közszolgáltatási telep gonyját, már is azon töpreng, hogyan szerezze meg a százalékokat, hiszen a következő öt napon ettől függ az élelmiszer adag. A brigadéros himlőhelyes ragyás arca szemben a széllel, de meg se arcán a bőr, akár a cserfa kérge. A foglyok összeütögetik a kezüket, ott topognak a menetoszlopban. Gonosz szél, de úgy látszik már mind a hat őrtoronyban ott vannak a segfejek, de még most sem engedik be az embert a zónába, szinte felveti őket az éberség. Na végre. Kijött a kísérő őrség parancsnoka a kapu őrség ellenőrével, és már ott állnak két oldalt, és ki is tárják a kaput. Sorakozz! ötösével. Első. Második. Megindulnak a fegyencek olyan díszlépésben, mint valami szemlén. Csak már benn a zónában ott aztán tudják, mit csináljanak. A kapuőrség helyisége mögött áll az iroda, az iroda előtt ott áll a főmunkavezető, már várja a brigadérosokat, akik egyenesen az irodába mennek. Der, a foglyok közül való pallér is oda megy, nagy gazember, saját fajtáját, a fegyenceket a kutyánál is jobban hajszolja. Nyolc óra múlt öt perccel. A villanymozdony most csípolt. A főnökség fél, hogy a rabok elvesztegetik az időt, szétszélednek a melegedőkbe, hosszú nap várja őket, így hát mindenre jut idő. Aki már ben van a zónában, jobbra-balra hajolgat, emitt egy forgács, amott egy deszkadarab, ez jól jön majd otthon a kájába, és bepillantanak minden zúgba. Törém Pavlót, a segédjét is magával vitte az irodába, oda fordult be Cézár is. Cézár vagyonos ember, havonta kétszer kap csomagot, és már mindenkit megkent, akit kellett, és most itt dolgozik, mint lógós az irodában, a normás segédje. A 104-es brigád kimaradt tagjai mindjárt félreállnak, és hajrá, gerünk. Vörösen emelkedik fel a homályból a nap a kihalt zóna fölé. Szétszórtan fekszenek az előre gyártott ház elemek a hó alatt, amott meg az alapozásnál félbehagyott épület feketélik, jobbra egy exkavátor összetört kapcsolója hever, nem messze a kotróvödör, vashulladékok, arra meg árkok, gödrök a felbolygatott földben, és szemben a gépkocsi javító műhely épülete, amely már csak tetőjére vár, azon túl a dombon emelkedik a hőerőmű, megkezdett első emelete. És valamennyire megbújtak. Csak a hat őr áll fenn az őrtoronyban, csak az iroda körül van még sürgés forgás. Ez az a pillanat, ami a tábor lakói. Azt mondják, hiába fenyegetődzik a fő munkavezető, bármennyire is követel, hogy már az előző este osszák ki pontosan a munkát valamennyi brigádnak, ezt képtelen elérni, mert estétől reggelig már minden tótágast álmálok. De ez a pillanat a miénk. Amíg a főnökök ott eligazodnak, búj meg ott, ahol egy kisé melegebb van. Ülj le, üldögé, eleget görnyed majd a hátod. Az a jó, ha sikerül helyet keríteni a kájha mellett. Ilyenkor letekerheti az ember a kapcát, és megmelegítheti egy kisé. Akkor a láb egész nap meleg lesz. De ha kájha nincs, az se baj. Úgy is jó. A 104-es brigád bevonult az autójavító nagy csarnokába, amelyet még a múlt ősszel beüvegeztek. Ott most a 38-as brigád önti a betollapokat. Néhány lap még a formában fekszik, egy csomó már ott áll, felállítva szép sorjában a zsaluzás mellett. A csarnok magas, a padló meg földes, itt sincs ugyan meleg, de ezt a csarnokot mégis hűtik. Nem sajnálják a szenet, nem az emberek kedvéért, hanem hogy a betollapok jobban megszilárduljanak. Hőmérő is lóg a falon, és vasárnaponként, ha a táborból valami oknál fogva nem viszik ki a foglyokat munkára, akkor valamelyik szabad ember fűt. A 38-as brigád tagjai természetesen egyetlen idegent sem engednek közel a kájhához, ők maguk veszik körül és szárítják a kapcsákat. Nem baj, a 104-esnek itt is jó ebben a sarokban. Suhov sok vihart látott vattanadrágja fenekét a fa öntőforma oldalára helyezi, és háttal dől a falnak. Ahogy hátrahajol, megfeszül a rajta a buslát meg a pufajka, és bal oldalon a szívetáján valami keményet érez. A belső zsebében ott lapul a reggeli kenyér adagnak az a fele, amelyet az ebédhez szánt. Mindig ennyit szokott magával hozni a munkába, és ebédig hozzá se nyúl csak hogy máskor a felét már a reggelinél megette, ma pedig nem. Sóv rádöbben, hogy semmit sem takarított meg, csak úgy marcangolja a vágy, hogy ezt az adagot itt a melegben megegye. Ebédig még öt hosszú óra van hátra. Az előbb még a háta hasogatott, most pedig a lába sajog, és egészen elgyengült. Hely, de jó lenne a kájha mellé kerülni. A Suhov térdére teszi a kesztyűt, kigombolkozik. Nyakáról leveszi a keményre fagyott arcvédőt, egy kisé megrobogtatja és ebre tukja. Aztán előhúzza a fehér ronyba csavart kenyeret, a rongyot az ölébe helyezi, nehogy egy szem morzsa is mellé hújjon. Szép lassan harapdálni kezdi. A kenyeret két felső ruha alatt hozta idáig, testén melengette, és ezért egy csöppet sem fagyott meg. A táborban Suhovnak nem egyszer eszébe jutott, hogyan is étkeztek azelőtt a faluban. Egész serpenyő krumplit, nagy vaslábasokban kását, és még korábban jó nagy darab húsokat ettek, és annyi tejet ittak, majd kipukkadt a hasuk. A táborban Suhov rájött arra, hogy ez helytelen volt. Ennél viszont kell mégpedig úgy, hogy minden gondolat az evés körül forogjon. Ahogy most, amikor ezeket a kis falatokat harabdálja, nyelvével morzsolja és szinte kérőzve szopogatja. És milyen illatos ez a ragacsos, fekete kenyér. Mit eszik Suhov immár nyolc-kilencedik esztendeje? Semmit. És mégis bírja magát. Hoho, -ho, de mennyire. Soha ott egészen lefoglalta maga húzdek a kenyere, közelében pedig ott ült az egész száznégyes. Két észt, mint két édes testvér üldögélt egymás mellett egy alacsony betollapon, és felváltva szívtak egy szipkába szorított fél cigarettát. Mind a két észt egészen világos szőke, mind a kettő magas szikár, mind a kettőnek hosszú az orra, nagy a szeme úgy ragaszkodnak egymáshoz, mintha az egyik a másik nélkül lélegzeni sem tudna. A brigadéros sohasem választja előket. őket. Mindent felesben esznek, és együtt is alszanak a felső pricsen. Amikor a menetoszlopban áldogálnak, vagy a munkába indulásra várakoznak, vagy lefeküdni készülnek, állandóan halkan és tempósan beszélgetnek egymás között. Holott még csak nem is rokonok. Itt a 104-esben ismerkedtek össze. Az egyik, ahogy mondották, tengerparti halász volt, a másikat pedig még gyermekkorában Svédországba vitték a szülei, amikor Észtországot a Szovjetunióhoz csatolták. Közben felnőtt, és úgy határozott visszajön, Észtországban akarta elvégezni a főiskolát. Lám, azt mondják, a nemzetiség nem jelent semmit, és mindenfajta nemzetiségben akadnak rossz emberek. Ahány észtett, eddig ismert, suhov, egyetlen gonosz embert sem talált köztük. Ott üldögéltek valamennyien ki a betollapokon, ki az öntőlábákon, ki pedig egyeresen a földön. Kora reggel az ember nyelve nem forog beszédre, mindenki a saját gondolataiba merül, hallgat. A sakál Fetyukov valahol szertett egy pár csikre, ez még a köpőcsészéből is kiszedi, nem undorodik, és most a térdén bontogatja ki őket, amíg felhasználható dohányt beleszórja egy papírosba. Fetyukovnak három gyermeke maradt otthon, amikor letartóztatták, valamennyi megtagadta, Felesége is férhez ment, így hát se onnan sem várhat segítséget. Bujnowski Sandán Fetyukovra néz, végül rámordul. Na hát, te mindenféle ocsmánságot összeszedsz. A végén szifiliszes lesz a szád is. Dobd el! Sorhajó kapitány megszokta a parancsolást, valamennyükkel úgy beszél, mint hormi parancsnok de Fetyukov semmiképpen sem függ a kapitány sem kap csomagot, torz mosolyra nyílik, úgy mondja, vár csak kapitány, majd ha nyolc évet leültél, te is összeszeded a csikkeket. Nálad büszkébb emberek is kerültek már a táborba. Fetyukov saját magáról ítél, meg lehet a sorhajó kapitány, állja majd a sarat. Micsoda? – Micsoda? – kérdezze a nagyot halló Szenyka Klepsin. Azt hiszi, arról beszélnek, hogy ma reggel a munkába indulás előtt Bujnowski leégett. – Nem kellett volna ugrálni? – csóválja a fejét rosszalóan. – Ezt elkerülhette volna? – Szenyka Klefsin csendes, együgyű ember. A dobhártyája még 1941-ben megrepett, aztán fogságba került, megszökött, elfogták, és Buchenwaldba hajtották. A Buchenwaldi táborban csodával határos módon elkerülte a halál, és most zúgolódás nélkül viseli sorsát. Ha az ember ugrál, elvész, mondogatja. Ez igaz is. Nyögni nyöghetsz, de hajts fejet. Ha makacskodol, akkor megtörnek. Aljós a tenyerébe hajtja arcát, Hallgat, imádkozik. Suhov megette a kenyéradagját az utolsó morzsáig. Csupán egy félkör alakú kis héjat hagyott meg. Nincs az a kanál, amelyel úgy kikaparhatná az ember a kását a bádok tányérból, mint a kenyérrel. A kenyérhelyet visszacsavarja a fehér rongy darabba, és elteszi ebédhez. A pufajka alá, a zsebébe dugja, megombolkozik a fagy miatt, és most már készen áll, küldhetik is munkára. De jó lenne, ha nem nagyon sietnének. A 38-as brigád feláll, szétszélednek az emberek, ki a habarcskeverőhöz, ki pedig a zsaluzsászhoz megy. De Gyuri még nem jött meg. Nem jött meg Pavló se a segédje. És bár a 104-es alig 20 percig üldögélt ott, a rövidített téli munkanap pedig este hatig tart, mégis valamennyüknek úgy érém lett, hogy szerencséjük van, és már nincs messze az este. É, régen nem volt hóvihar, sóhajt fel, kilgasz. A pirosposgás jól táplált lett. Egész télen egyetlen hóvihar se volt. Micsoda télez? Igen, óvihar, óvihar, sóhajtozik az egész brigád. Ha ezen a vidéken hóvihar kerekedik, nem csak hogy munkára nem viszik az embert, de még a barakokból sem merik kiengedni, ha a barakból az étkezőig nem húznak ki kötelet, könnyen eltéved az ember, és megfagy a hóban. Ha megfagy, hát egy -e a fene, de ha megszökik, volt már példa rá, a hóviharok idején apró szemű hóhul nagy kupacokba gyűlik fel, mintha préselték volna. Megesett már, hogy néhányan felkapaszkodtak rájuk, és átszöktek a drótkerítésen. Hát igaz, nem jutottak messzire. Ha jól meggondolja az ember, a hóviharból semmi hasznok nincs. A rabok ott ülnek lakat alatt, szén se jut oda idejében. A barak egészen kihűl, a táborba nem hoznak lisztet, kenyér sincs. Van úgy, hogy még a konyhának sincs mit főzni. Akárhány napon át dühöng is a hóviar, három napot vagy egy álló hetet. Ezeket a napokat a szabadnapok terhére írják, és vasárnaponként kergetik ki az embereket a munkára. De a foglyok mégis szeretik a hóvihart, és imádkoznak érte. A kisé erősebb szél kerekedik, valamennyien az eget lesik csak már hullana, csak már hullana, már mint a hó. Mert a földet söprő szélből, igazi hóvihar sohasem támad. Egyikük odasompolyog a 38-as brigád kájhájához melegedni, de elkergetik. Végre megjelent türin a csarnokban arca komor volt. A brigádtagok megértették, valami sürgős munkákat. No Nocsak, nézett körül Tyurin, itt az egész 104-es, és anélkül, hogy ellenőrizné vagy megszámolná, mert hát Tyurintól soha senki sem mehet el, gyorsan kiosztotta a munkát. A két észtet, Klefsint meg gobcsikot elküldte innen a közelbe egy nagy habarcs keverő ládáért, és meghagyta vigyék fel a hőerőműhöz. Már ebből világos volt, hogy az egész brigád a féli kész és késő összel otthagyott hőerőmű építéséhez kerül át. Két másikat a szerszám kiadóhoz küldött, ahol Pavló már vételezi a szerszámot. Négy embert hótisztítással bízott meg a hőerőmű körül, ott a bejáratnál a gépterem előtt, meg a gépteremben és a pallókon. Két másiknak meghagyta fűtsenek be a csarnok kájájába, de szénnel a deszkákra vigyázzanak. Egy fogolynak kézi szánkon cementet kellett odaszállítania, két másiknak vizet hordania, kettőnek homokot, ismét egy másiknak pedig eltakarítani, megtisztítani a homokot a hótól, és bontó rúddal széttörtelni. Csak Suhov meg Kilgas, a brigád két legjobb munkása maradt feladat nélkül. A brigadéros magához intette őket. Ide figyeljetek, fiúk! Nem volt idősebb náluk, de már megszokta, hogy mindenkit fiúnak nevezzen. Rögtön ebéd után az első emeleten salakblokkokkal falazni fogtok, ott, ahol ősszel a hatos brigád abba hagyta. Addig be kell fűteni a géptermet. Három hatalmas ablaka van, elsősorban azokat kell valamivel befedni még kaptok néhány embert segítségül, de gondolkozzatok, mit tegyetek rá. A gépteremben fogjuk a habarcsot keverni, és ott lesz a melegedő is. Ha nem fűtünk be, megfagyunk, mint a kutyák. Megértettétek? Meg lehet mondott volna még egyet s mást, de Kopcsik, ez a hamvas rózsás arcú, 16 éves fickó értesz alatt, és elpanaszolta, hogy a másik brigád nem akarja odadni a habarcsos ládát. Tyurin már rohant is oda. Bármilyen nehéz is megkezdeni a munkanapot ilyen fagyban, a legfontosabb mégis a kezdet. Suhov és Kilgasz egymásra néztek, már nem egyszer dolgoztak együtt, és tisztelték egymás ács, meg kőműves tudását. Nem könnyű dolog itt a csupasz hómezőn olyasmit találni, amivel befedhetnék az ablakot. De Kilgasznak támadt egy ötlete. Ványa. Ott, ahol az előre gyártott házelemek fekszenek. Tudom, van egy kötek kátránypapír. Magam dugtam oda. Értem, megyünk? Kilgász lett létére úgy ismeri az orosz nyelvet, mint az anyanyelvét. A szomszéd faluban orosz óhitűek éltek, még gyermekkorában tőlük tanulta meg. Csak két éve van táborban, de már tökéletesen kiismeri magát, tudja, hogy itt csak azt kapja meg az ember, amit kiharap magának. Kilgásznak Johan a keresneve, de Suhov őt is ványának hívja. Elhatározták, kettesben elmennek a kátrány papírért. Előbb a Suhov az épülő autójavító műhelyhez szaladt, hogy magához vegye az eldugott spatliát. A spatli, a simító lapát mindene egy igazi kőművesnek, ha könnyű és jól készhez áll. De minden építkezésnél az a rend, hogy reggel kiadják a szerszámokat, este pedig beszedik. És hogy másnap milyen szerszám kerül a kezedbe, ez már szerencse dolga. Sóvnak egyizben sikerült becsapni a szerszámraktárost, és a legjobb spatli nála maradt. Most tehát este eldugja, és reggelenként, ha falazásra kerül a sor, előveszi. Persze ma reggel a ma a 104-est a közszolgáltatási telepre hajtották volna ki, Suhov elvesztette volna, de most már csak félredob egy követ, és a résbe dugja az ujját, megvan, és már húzza is ki. Suhov és kilgassz, Elhagyták az autójavító műhely épületét, és megindultak a ház panelek felé. Leheletük sűrű párában csapott ki. A nap már felkelt, de sugaraim még megtörtek, mint egy kötbe vesztek, és a nap két oldalán az anyja keservit, oszlopok ágaskodtak. – Micsoda oszlopok ezek, – Bicsent Suhov kilgasz felé – Minket ugyan nem zavarnak, legyint Kilgasz és felnevet, amíg egyiktől a másikig nem húznak szöges drótot, csak arra ügyelj. Kilgas tréfa nélkül nem tud meglenni, ezért szereti az egész brigád, ami pedig a táborban levő letteket illeti, azok aztán végtelenül tisztelik, de még hogy? Igaz, Kilgasz rendesen étkezik, havonta két csomagot is kap, olyan piros mintha nem is táborban élne. Így könnyen tréfálkozhat. Az ő objektumuk a hatalmas zóna végében van. Szinte elfárad az ember, amíg odaér. Útközben a 82-es brigád tagjaiba ütköztek, akiket ismét gödör ásásra állítottak be. Nem nagy gödröket, 50x50-es, és 50 centi mély gödröt kell ásniuk, de ez a föld még nyáron is olyan, mint a kő. Most még a fagy is megfogta, próbálja csak az ember megmozgatni. Ütik is csákánnyal, de az csak lecsúszik róla. Csak szikrákat hány, egy csepp földet ki nem szakít. Ott állnak a foglyok, kiki a maga kis gödre előtt nézegetik, hol melegethetnének, De nincs hol, elmenni nem szabad, így hát újra megmarkolják a csákány nyelét. Ettől aztán melegük lesz. Suhov egy ismerős viatkai földjét pillantja meg köztük, és odaszól neki. Halljátok, ti kubikusok, mindegyik gödör felett rakjatok egy kis tüzet. Ettől megolvad a föld. Emengedik, sóhajt a viatkai, nem adnak fát se. Kerítsetek valahonnan. Kilgasz köp egyet. Na hát, ványa, ha ennek a parancsnokságnak egy kis több esze lenne, nem állítaná oda az embereket ilyen fagyban csákányozni a földet. Kilgasz még egy néhány érthetetlen káromkodást mor aztán elhallgat. Ilyen fagyban nem beszélget az ember. Egyre messzebb és messzebb mentek, végre odaértek, ahol az előre gyártott házelemek feküdtek a hó alatt. Suhov szeret kilgasszal dolgozni, csak egy a baj, nem dohányos, és a csomagban sem kap soha dohányt. A szemfüles kilgasznak igaza volt. Ketten fölemeltek egy panelt, majd egy másikat, és alatta ott hevert a kátránypapír tekercs. Kihúzták. De hogy vigyék el innen? Ha az őrtoronyból észreveszik, az még semmi. Azoknak a seggfejeknek csak egy gondjuk van, a sittes meg ne jön, felőlük a munkaterületen belül akár valamennyi panert darabokra apríthatnák. És ha a tábori felügyelőbe ütköznének, az se baj, őt is csak az érdekli, ami neki hajt hasznot, ami pedig a rabokat illeti. Azok aztán fütyülnek ezekre az előre gyártott házelemekre. A brigadérosok is. Csak a szabad munkavezető meg a foglyok közül való pallérna meg az a hosszúlábú lábú skoropatyenkó törődne vele. Ez a skoropatyenkó is egy senki közönséges fegyenc. Egyedül azért tartják itt és kapja a kenyéradagot, hogy vigyázzon az előre gyártott ház elemekre, nehogy a foglyok széthordják. Hát legfőképpen ettől a skuropatyenkótól kell tartaniuk, elkaphatja őket itt a nyílt terepen. Ide figyelj, ványa! Ezt így fektetve nem vihetjük, töpreng suhov. Gyere, állítsuk fel, átöleljük, és így könnyen elvisszük, mert eltakarjuk. Messziről nem veszik észre. Suhov jól kigondolta. A tekercset kényelmetlen volt megfogni, nem is fogták meg, hanem közrevették, mint valami harmadik embert, és megindultak. Messziről úgy látszott, mint a ketten mennének egymáshoz simulva. De a fő munkavezető meglátja ezt az ablakon, azonnal rájön. Vérte Suhov, ha mi közünk hozzá, kapta fel a fejét Kilgasz. Mikor odamentünk a hőerőműhöz, már ott volt. Csak nem fogja leszakítatni. Hát, ez is igaz. A gyatra kesztyűben már egészen megdermettek az ujjai, szinte nem is érzi őket. De a bal nemes csizma még tartja magát és a nemes csizma az a fő, a kéz majd megmelegszik munka közben. Már túljutottak a hólepte üres térségen, kijutottak a szerszám raktárból a hőerőműhöz vezető szánútra, látszik, hogy a cementet már odavitték. A hőerőmű fennáll a dombon, mögötte ér véget a zóna. Már régen nem járt senki a hőerőműnél, a környékén mindent vastagon belepett a hó. Ez a világos szárnyom és a friss ösvény a mély lábnyomokkal mutatja, egyesek már ott vannak. Falapátokkal tisztogatják is a havat a hőerőmű körül, meg az utat a gépkocsiknak. Jó lenne, ha a hőerőmű felvonója működne. Csak hogy kiégett a motor, és úgy látszik, azóta se javították meg, így hát megint a hátukon, meg kézbe kell mindent felcipelni az emeletre, a habarcsot, a salakblokkokat. A hőerőmű most már második hónapja állott szürkén elhagyatottan a hóban. De éme megjött a 104-es. Mi tartja bennük a lelket? Üres gyomrukat madzaggal szorítják össze, minden csak úgy recseg a fagytól, sem melegedő, de még egy szikra tűssint sehol, de a 104-es itt van teljes létszámban, és az élet ismét megindul. A gépterem bejárata előtt ott hever a habarcsos láda. Rozoga alkotmány. Suhov nem is hitte, hogy egy darabban ide ér. A brigadéros a rendkedvéért egy jót káramkodik, de látja, hogy itt nem hibáztathat senkit. Ekkor ér oda Kilgasz, Suhovval, közrefogva cipelik a kátránypapír tekercset. Megörül a brigadéros, és mindjárt új munkaelosztás gondol ki. Suhov berakja a kájhacsövet, hogy minél hamarabb befűthessenek, kilgazza a két ész segítségével, rendbehozza a habarcsos ládát, Szenyka Klefsin pedig fejszével hosszú léceket készít, amire kifeszíthetik a kátránypapírt, mert a papír fele olyan széles, mint az ablak. Honnan vegyenek lécnek való fát? A munkavezetőnek esze ágába sincs deszkát kiutalni ahhoz, hogy melegedőt készítsenek. Körülnéz a brigadéros, valamennyien körülnéznek, és csak egy megoldás marad. Leszedni néhány deszkát az emeletre vezető palló korlátjából. Aki felmegy, vigyázzon, akkor nem esik le. Hát mit is tehetnének? Úgy olyan -e az ember, hogy egy ilyen rabnak esze ágába sincs tíz esztendőn át nap mint nap görnyedni a táborban. Azt mondhatná, hogy nem akarok, és kész. Húzd ki a napot estig, de az éjjel a miénk. Tehát ez nem megy. Ezért találták ki a brigádrendszert. Csak hogy nem olyan ám ez a brigád, mint a szabad emberek közt, ahol Iván Ivanis fizetése nem függ Piotr Petrovics fizetésétől. A táborban a brigádot úgy szervezték meg, hogy ne a parancsnokok nógassák a rabokat, hanem a rabok egymást, mert itt így van. Vagy mindenki megkapja a pótadagot, vagy mind éhen dögölhet. Te bitang, te nem dolgozol, hát miattad én is éhen veszek. Hát azt már nem, mozog, te dög! Néha adódnak olyan pillanatok is, mint most, amikor szorít a kapca. Ilyenkor üldögélhet az ember legkevésbé. Ha tetszik, ha nem, ugorj, rohany, forog. Ha két órán belül nem lesz kész a melegedő, akkor valamennyüknek befellegzett. Pavló már meghozta a szerszámokat, csak szét kell osztani, meg néhány csövet. Igaz, bádogos szerszám nincs vele, de van itt egy egyszerű kalapács meg fejsze, ezzel is elboldogulnak valahogy. A suhov megveregeti kesztyűjével a csöveket, egymásba illeszgeti, és már kalapája is össze az illesztékeknél. Megint végiglapogatja minden aztán megint összeütögeti. A spatlit már eldugta valahol a közelben. Na, no, a brigád tagjaival jóban van, de elcsenetik tőle még Kilgas is. Fejéből elszállt minden gondolat. Suhov most már nem az emlékeken rágódik. Egyetlen gondja az, hogyan készítse el, és vezesse ki az ablakon a könyökcsövet, hogy ne füstöljön benn. Gopcsikot elküldte keresen valamilyen húzalt, Amire a csövet felakaszthatja az ablaknyílásnál. A sarokban van még egy zömök kájha, tégla Áttüzesedett vaslapján olvad már a homok, és szárad. Ezt a kályhát már befűtötték. A kapitány fetyukovval hordja rá a homokot sarokjában. Sarogja hordáshoz nem kell ész. A brigadéros azért állítja erre a munkára két volt vezetőállású embert, Fetyukov, az anyja Keservit. Valamilyen irodában fő-fő ember volt, autó járt. Fetyukov az első napokban még ágált is a sorhajó kapitány ellen. Rára -rá ordított, de a sorhajó kapitány egyszer jól szájon vágta, és azóta jóban vannak. A homokkal beszórt kájánál már ott tolonganak a brigádtagok, hogy melegedjenek, de a brigadéros rájuk szól. Hé, valakinek mindjárt jól befűtök a fejébe. Első a munka. A megvert kutyának elég, ha megmutatják a kormácsot. A fagy kegyetlen, de a brigadéros még kegyetlenebb. Szétszélednek a fiúk, mennek a munkájuk után. Suhov hallja, hogy a brigadéros halkan odaszól Pavlónak, te itt maradsz, de kapcsolj rá erősen, én addig megyek és kipréselem belőlük a százalékot. Ezektől a százalékoktól sok függ, jóval több, mint magától a munkától. Ha egy brigadérosnak esze van, a százalékokra megy rá, ettől függ az élelmezés. Bizonyis be, hogy megcsináltad azt is, amit nem csináltál, amire magas a norma, igyekez lenyomni. De ehhez jó sok finesse legyen ám a brigadérosnak. Na meg egy kis pakli a normással. A normást is kenni kell. Ha az ember jól meggondolja, kinek is kellenek ezek a százalékok? A tábornak. A tábor csak így tud sok ezer fölösleges rubelt bezsebelni az építkezéstől, csak így tud prémiumot juttatni a saját embereinek a korbácsos volkovoly féléknek. Neked pedig húsz dekával több kenyér juthat estére. Ezek a húsz dekák pedig az életet jelenthetik. Hoztak két ödör vizet, de már útközben megfagyott. Pavló úgy okoskodott, hogy nem érdemes a vizet hordani, sokkal gyorsabban megy, ha megolvasztják a havat itt helyben. A vedreket a kájhára tették. Gopcsik is megjött vadonatúj alumínium húzallal, amilyennel a villanyszerelők a vezetékeket húzzák ki. Jelenti, Iván Gyenyiszics, ebből a húzalból jó kanalat lehetne önteni. Megtanítaná rá, hogyan kell? Iván Gyenyiszovics szereti ezt a szemfüles gobcsikot. Az ő fia még kicsi korában meghalt, otthon két felnőtt lánya van. Gobcsikot azért csukták be, mert a benderistáknak hordott tejet az erdőbe. Épp annyit sóztak rá, mintha felnőtt lenne, olyan, mint egy hízelgő kisborjú, oda dörgölődzik mindenki ez. Azért jó adag ravasság is lakozik benne, ha csomagot kap, magányosan eszi meg, néha éjjelenként majszolja. De hát valamennyi társát úgysem lakadhatná jól. A huzalból letörtek egy darabot a kanálra, és eldugták egy sarokba. Suhov két deszkából létrafélét eszkábált össze, és felküldte Gopcsikot akassa fel a csövet. Gopcsik mókus könnyedséggel felkapaszkodik, beveri a szöget, rákaszja a húzalt, és a hurkon keresztül dugja a csövet. Suhov nem volt rest, kikalapált még egy könyök csövet, hogy magasabban lehessen kivezetni. Ma ugyan nincsen szél, de holnap lehet, nehogy visszaverje a füstöt, mert ha jól meggondolja az ember, ezt a kájhát maguknak készítik. Szenyka Klefsin ez alatt elkészítette a hosszú léceket, és a szemfüles gobcsikot már küldték is, verje be a szögeket. Mászik fel a kis ördög, és fentről kiabál. A nap emelkedett, szétoszlatta a homályt, eltűntek az oszlopok és a helyiség bíborvörös fényben csillogott belül. Közben a kájhát is befűtötték, lopott fával. Nincs ennél nagyobb öröm. A januári napocska a tehén oldalát melegíti, jelentette ki Suhov. Kilgasz befejezte a habarcsos láda javítását, még megkopogtatja néhányszor a fejszével, és felkiált. Hallott, Pavló? Ezért a munkáért a brigadérostól legalább egy százas jár. Kevesebbet el se fogadok. Pavló nevet. Egy decit kaphatsz, de töményt. Ha kevés, megtoldja az államügyész, kiált felülről Gabcsik. Ne nyújatok hozzá, hagyjátok, kiabál Suhov. A kátránypapírt rosszul kezdték vágni. Megmutatta, hogyan kell. Az emberek a vaskályhához húzódnak, de Pavló elkergeti őket. Kirgasz mellé adott még egy segítséget, és meghagyta, hogy eszkábáljanak össze egy habarcsos sarogját, amiben a habarcsot felvihetik. Még két embert állított be a homokhordáshoz, az emeletre is felküldött néhányat, hogy tisztítsák meg a hótól az állványokat, a pallót, és a megkezdett falat, amit tovább kell majd rakni. Lent pedig egyiknek azt a feladatot adta, hogy a kájhán felmelegített homokot a habarcs keverő ládába szórja. Kintről motorzúgás hallatszik. Kezdik szállítani a salaktéglákat. A gépkocsi most tör utat magának. Pavló kiszalad és integetve mutatja, hova rakodjanak le. Egy sáv kátránypapírt már felszögeztek, aztán a másodikat is de hát miféle védelmet nyújt. A papír csak papír marad. Mégis úgy rémlik, mintha a fal tömörebb lenne. Bent egy csapásra sötét is lesz, annál jobban izzik a kájha. Aljoska szerzett valahonnan szenet, az egyik már kiabál is neki, dobd rá, a másik meg ne dobd rá. jobban melegszünk, ha csak fa ég. a fiú megáll, azt se tudja, hogy melyikre hallgassam. Fetyukov odasompolygott a kájhához, egészen a tűzhöz emeli a nemes csizmáját az ostoba. A sorhajó kapitány galléron ragadja és a sarogja felé lögdösi. Erejtett dög, horda homokot! A kapitány a tábori munkát is úgy tekinti, akár a tengerész szolgálatot. Ha azt mondják, csináld, meg kell csinálni. Alaposan megnyúlt a sorhajó kapitány arca az elmúlt hónapban, de húzza az igát. Szép lassacskán mind a három ablakot befekték kátránypapírral. A fény most már csak az ajtókon keresztül hatol be, de ott jön be a hideg is. Pavló az ajtók felső részét bedeszkáztatta, az alsót szabador hagyatta, így csak meggörnyedve juthat be az ember. Közben három billenő kocsi meghozta és kirakta a salaktéglát. Most az a kérdés, hogyan vigyék fel felvonó nélkül. Kőművesek, gyerünk csak fel szétnézni, invitálta őket Pavló. Megtisztelő feladat ez. Suhov és Kilgász Pavlóval az élen megindul az emeletre. A felfelé vezető deszkapalló amúgy is keskeny. Szenyka most a korlátot is leszette, bizony a falhoz kell simulni, ha az ember nem akar lepotyogni. Az is rossz még, hogy a palló hágcsóira ráfagyott a hó, a lábnak nincs miben megkapaszkodnia. Hogy viszik fel a habarcsot? Hogy? Megszemlélték, hol kell majd falat rakni, és a munkahelyről már tisztítják is lapáttal a havat. Itt mi? A félbe maradt falról fejszével le kell verni a jeget, és tisztára kell söpörni. Meghányták, vetették, hogyan adják fel a salakblokkokat. Lenéstek. Végül úgy döntöttek, nem a pallón viszik, ehelyett négy ember lentről arra az álványra fogja feldobálni, az álványról két másik átdobja az emeletre, onnan pedig ketten a kömvesekhez hordják kéz alá, így mindenképpen gyorsabban megy. Fent a szél nem erős, de csípős. Munka közben jól átjárja az embert, de hogy a fal majd emelkedik, eltakarja, és egy kisé melegebb lesz. Suhov felnézett a magasba, és elcsodálkozott, a tiszta égen a nap már a delelőn jár. Csodálatos dolog, hogy szalad az idő munka közben. Suhov már sokszor gondolt rá, a táborban szinte észrevétlen repülnek a napok, de a büntetés ideje a sehogy se halad. Egyáltalán nem fogy. Lementek. Ott már valamennyien körülülték a káját. Csak a sorhajó kapitány hordja még a homokot fetyukovval. Pavló dübegorul, Nyolc embert azonnal kiküld a salaktéglákhoz, kettőnek meghagyott a szórjákat, a ládába, és keverjék össze szárazon homokkal, egyet vízért küld, egyet meg szénért. Kilgasz meg odaszól saját embereinek, na barátocskáim, végezzünk a sarogjákkal. Segítsek én is nekik? Sóv maga kér munkát Pavlótól. Hát segítsen, bólint Pavló. Közben meghozták az üstöt a hóolvasztásra. Valakitől azt hallották, hogy nem sokára dél lesz. Ebben most van tizenkettő, állapította meg Suhovis. A nap már delelő jár, ha delelőn jár, szólt közben a kapitány, akkor nem tizenkettő, hanem egy óra van. Hogy lehet ez? Csodálkozott Suhov. Már a nagyapáink is tudták, hogy a nap délben áll a legmagasabban. Az a nagyapád ideibe volt, torkolta le a kapitány. Azóta már rendeletbe adták, hogy a nap egy órakor áll a legmagasabban. Ki adott ki ilyen rendeletet? A szovjet kormány. A sorhajó kapitány már ment is ki a sarogjával, de Suhov nem is állt volna oda vitatkozni. Hát még a nap is az ő rendeletüknek engedelmeskedik. Még kopácsoltak egy darabig, és összeeszkábáltak négy habarcsos sarokját. Na jól van, üljenek le és melegedjenek, szólod a Pavló két kőművesének. Szenyka ebéd után maga is falat rak, üljön le. Most már jogosan ülnek oda a kályához. Evédig úgysem kezdhetik el a falazást, a habarcsot sem érdemes elkészíteni, megfagy. A szén lassacskán átizzott, és most már jó, állandó meleget ad. De csak a kájha mellett érezni, mert a nagyteremben épp oly farkasordító hideg van, mint annak előtte. Lehúzzák a kesztyűt, és mind a négyen ott melengetik kezüket a kájhánál. De a lábad sosetett közel a tűzhöz. Ezt tudni kell, a bakancsnak megrepetezik a bőre, a nemes csizma átnedvesedik, száll belőle a pára, de ettől egy csöppet sem lesz melegebbje az embernek. Ha egészen közel dugod a tűzhöz, megperzseled, aztán egész tavaszig topoghatsz lyukas lábbeliben, másikat úgyse kapsz. Suhov aztán könnyen beszél, kezdi rá, kilgasz. Suhov fél lábával már majdnem otthon van, barátocskáim. Égen, azzal a mestél lábával vágja rá valaki. Nevetnek, sóva megperzselt bal nemes csizmáját éppen lehúzta, és a kapszáját melegíti. Suhovnak, nem sokára lejár az ideje. Kélgra 25 évet nyomtak rá. Régebben boldogabb idők jártak mindenkinek egyformán tízet adtak. 49 óta új módi van. Mindenki 25 évet kap, válogatás nélkül. Tíz évet még valahogy kibír az ember, anélkül, hogy meggebedne belé, de próbál csak 25 esztendőt lenyomni. Suhovnak szinte jó esik, hogy mindenki újjal mutogat rá. Nem sokára leüli az idejét, csak hogy ő maga sem igen hisz ebben. Lá, azokat akik a háború alatt töltötték ki az idejüket, mind visszatartották egy külön rendelkezésig, egészen 1946-ig, és aki csak három évet kapott, öt évvel tovább ülhetett. Mert a törvényt lehet ám csűrni, csavarni. Ha letelik a tíz év, kijelentik, na, itt van neked még tíz, vagy számüzetésbe küldik. Ha néha erre gondol, a lelke is elszorul. A kiszabott idő mégiscsak letelik, valahogy lassan lepereg. Uramisten! Valóban szabadon járhat még valaha a maga két lábán. Csak hogy egy régi táborlakónak nem illik fennhangon kimondania ezeket a gondolatokat. Suhov odaszól Kilgasznak. Ne számolt te a huszonöt évedet, az még sehol sincs megírva, hogy leülöd a 25 évet, vagy sem. Egy bizonyos. Én már lenyomtam kemény nyolc esztendőt. Hát, így él az ember bele a világba. Még arra sem marad ideje, hogy elgondolkozzék rajta, miért és hogyan került ide. Na meg hogyan kecmerek ki innen? Az ügyiratok szerint sohovott hazárulásért zárták be. És valóban be is vallott, hogy igenis csak azért adta meg magát az ellenségnek, mert a hazát akarta elárulni, és a hadifogságból is csak azért tért vissza, hogy a német hírszerző szolgálattól kapott feladatát teljesítse. De hogy miféle feladatot, azt se Suhov, sem pedig a vizsgálóbírója nem tudta kifundálni. Így hát a végén egyszerűen odaírták: FELADAT! Shohov számítása egyszerű volt. Ha ezt a jegyzőkönyvet nem írja alá, agyon verik. Ha aláírja, akkor még élhet egy darabig. Aláírta. A dolog pedig így történt. 42. februárjában az északnyugati fronton bekerítették az egész hadsereget, Repülőgépről se dobtak le nekik élelmet, de hát akkoriban repülőgépek sem voltak. Odáig jutottak, hogy összeszedték a döglött lovak patáját is, és ezt a szarut puhították vízben, és ették. Lőszerük sem volt. A németek lassacskán összefogdosták őket az erdőben. Egy ilyen csoporttal került Suhovis hadifogságba ott az erdőben, aztán egy pár nap leteltével öten megszöktek. Erdőkön, mocsarakon keresztül csodával határos módon vergődtek el a saját vonalaikig. Csak hogy kettőt egy géppisztolyos még ott helyben lelőtt, a harmadik belehalt sebeibe, így csak ketten értek oda élve. Ha akkor eszük van, Elegendő, ha azt mondják, hogy ott bolyongtak az erdőben, baj nélkül megússzák. De őszintén elmondották, hogy német hadifogságból szöktek meg. Fogságból? Ki az anyátok? Ha életben maradtak volna mind az öten, akkor tán a vallomások összehasonlításánál meg a szembesítésnél hittek volna nekik, de két embernek semmiképp. Ez a két gazember összebeszélt. a Klefsin rossz fülével is valahogy meghallotta, hogy hadifogságból való szökésről beszélnek, és hangosan közbeszólt. Én háromszor szöktem meg a fogságból. Mind a háromszor elkaptak. a béketűrő legtöbbnyire hallgatt nem hallja, mit beszélnek az emberek, és nem is avatkozik be a beszélgetésbe. Keveset tudnak róla, legfeljebb annyit, hogy Buchenwaldban raboskodott, tagja volt az illegális szervezetnek, és a táborba ő vitte be a fegyvereket a felkeléshez. Azt is tudták, hogy a németek hátrakulcsolt kézzel kikötötték, és úgy botozták. Azt mondod, ványa, nyolc évet nyomtál le de milyen táborokban? Szakítja félbe Kilgasz. Munkatáborokban, ahol együtt éltetek a nőkkel. Számot se hordtatok, de próbálj csak a kényszer munkatáborban nyolc évet lehúzni. Még senki sem ült addig. Nőkkel, fenyőkkel, de nem nőkkel. Vagyis erdőírtásom. Suhov merengve nézi a kájhában a parazsat, és visszaemlékszik az éjszakon eltöltött hét esztendőre. Teljes három esztendőn át hogyan cipelte a gerendákat, a rönköket meg a talpfákat. A tábortűz is éppen így parázsdott ott az erdőírtáson, de nem csak nappal, hanem még ének idején is. Az ottani parancsnoknál az volt a törvény, ha a brigáda napi norpát nem teljesíti, ha kell, egész éjszaka ott marad az erdőben. Hányszor vánszoroktak vissza a táborba éjfél után, és reggel ismét ki az erdőbe. Nem, nem, barátocskáim. Úgy hiszem, itt valahogy nyugodtabb, dünnyögte. Itt az a törvény, ha letelt a munkaidő, akár teljesítetted a normát, akár nem, takarodj vissza a zónába. Itt tíz dekával több, a garantált kenyéradag is. Itt még lehet élni. Ha ez különleges tábor is, hát legyen. Vagy tán a szám, az zavar titeket? Nincsen súlya annak a számnak. Nyugodtabb. Ha, na hiszen, morgolódik Fetyukov. Hamarosan ebédidő, most már valamennyien odahúzódnak a kájhához. Itt az embereknek a pricsen vágják el a torkát. Nyugodtabb. Nem az embereknek, csak a vamszernek. Pavló fölemeli ujját, és megfenyegeti Fetyukovat. Igaz is, valami új módi járja a táborban. Két közismert besúgót az ébresztő idején agyon szúrtak a pricsen. Aztán még egy ártatlan sittest is bizonyára összetévesztették valakivel. Egy besugó pedig egyenesen a parancsnokságra menekült a szigorítottba, ott dugták el a kőbörtönben. Furcsát, ilyesmi a munkatáborokban sohasem fordult elődát. azelőtt itt sem volt ilyesmi. Hirtelen felharsant a villanymozdony sípja, nem egyszerre, nem teljes erőből, valahogy rekettesen, mintha a torkát köszörülné. Fél nap lement, szünet. Elszalajtották. Már régen el kellett volna indulni az étkezőbe, sort fogni. Az objektumon 11 brigád dolgozik, de kettőnél több nem fér be az étkezőbe. A brigadéros még mindig nincs itt. Pavló fürgen körülnéz, és aztán határoz. Suhav, és Gopcsik velem jön. Kilgas, ahogy Gopcsikot magukért küldöm, vezesse azonnal a brigádot. A távozók helyét azonnal elfoglalják a kájha körül, úgy körülveszik, mint valami szép asszonyt, mint szeretné átölelni. Elég a durmolásból, kiáltoznak, gyújts rá, és egymással néznek, melyikük gyújt rá. De dohánya egynek sincs, vagy ha van is, nem veszi elő. Suhov meg Pavló már kint vannak, gobcsik, mint egy nyuszi ugrándozik mögöttük. Felmelegedett az idő, állapítja meg nyomban Suhov. Tizennyolc foknál nincs több, könnyű lesz falat rakni. Egy pillantást vetnek a salaktéglák felé, a fiúk már jócskán feldobták az állványra, és egy kevés már van az emeleten is. Soha fonyorogva ellenőrzi a napállását is. Gondol a sorhajó kapitány rendeletére. A nyílt terepen, ahol szabadon szágulthat a szél, mégiscsak foga van a fagynak. Ne felejtsd el, január van. A konyha egy nagy kemence körül összetákolt deszkabódé, a deszkák közti réseket rosdás bádoglemez fedi a bódét belül deszkafal választja ketté, konyhára és étkezőre. Egyik oldal sincs padlózva, a lábbal feltúrt föld Hepeópás gödrös. Az egész konyha egy négyszögletes tégla kemencébe beépített nagy üstből áll. Ketten működnek itt a szakács és egy egészségügyi megbízott. A szakács kora reggel, amikor a táborból kivonulnak, megkapja a nagy tábori konyhára darát. Egy főre öddek a jár, egy kiló az egész brigádra. Az objektumon dolgozó foglyok részére összesen vagy 15 kiló. A szakács persze nem maga cipeli a darát a három kilométeres úton, van neki segítője, cipelje az. Ahelyett, hogy a maga hátát görbítené, egy adaggal többet juttat ennek, amit a többiek szájától von el. A víz meg a fahordást, a kemence begyújtást sem ő végzi. Ezzel is másokat bíz meg, aztán ezeknek is ad egy-egy pótadagot, a másét nem sajnálja. A szabályot csak az étkezőben szabad enni, a bádoktányérokat is a táborból kell idehordani minden nap, az objektumon nem hagyhatják, mert a szabadmunkások ellopnák ének idején. Így hát cipelnek vagy ötven bádoktányért, ott is mosogatják és gyorsan cserélik a tányérhordásért szintén pótadag jár. Az ajtóhoz is segítőt állítanak. Ő vigyáz arra, hogy a tányérokat ki az étkező barakból. Neki kell megakadályozni. De akárhogy is ügyel, mégis kiviszik őket, vagy kikönyörgik, vagy átejtik. Ezért aztán még egy ember kell ahhoz is, hogy az objektumon összeszedje a piszkos edényt, és visszavigye a konyhára. Ennek is jár egy adag, na meg annak is jár egy adag. A szakácsnak csak egy dolga marad. Beszórja a darát meg a sót az üstbe meg a zsiradékot, ezt persze megosztva, egy része az üstbe kerül, egy részét magának tartja meg. A jó minőségű zsiradék sose jut el a rabokig. Ha rossz a zsiradék, akkor az egész az üstbe vándorol. Ezért a rabok jobban szeretik, ha a raktárról rosszabb fajta zsírt adnak ki. Mi dolga van még? Kavarni a kását, amíg meg nem fő. Az egészségügyi még ennyit sem csinál, csak ül és néz. Ha kész a kása, az első adag az övé, ehet amennyi belefér. A szakács is eszik, amennyi belefér. Aztán jön a napos brigadéros, ezek naponta váltakoznak próbát venni, állítólag azt ellenőrzi, lehet a rabokat etetni ilyen kásával. Persze az ügyeletes brigadérosnak dupla adag jár. Megszólal a sziréna, sorjában jönnek a brigadérosok, a szakács egyenként adja ki a tányérokat a kisablakon. A tányér alján ott a kása, de hogy ott van-e mind, ami neked jár, azt ne kérdezd, és ne is próbáld méricskélni, mert a kinyitod a szád, itt hamar betömik. A kopár sztyeppén fütyörész a szél, nyáron tikkasztó, télen fagyasztó. Ezen a sztyeppen még soha nem nőtt semmi, de különösen nem, a szüges drót mögött. Itt gabona csak pégségben terem, és csak a raktárban hullámzik arról. Így akárhogy is töröd a derekad a munkában, még ha hasra fekszel, akkor sem kaparhatsz ki ebből a földből több ennivalót, annál többet sehogy sem kapsz, mint amennyit a parancsnok előír neked. De a szakácsok, meg a különböző segítők, meg a lógósok miatt még annyit sem kapsz. Lopnak itt a konyhán, lopnak a zónában, de előzőleg lopkodnak ebből a raktárban is. És akik lopnak, azok soha se fogják meg a csákány léte pedig csak turda a földet, és fogad el, amit adnak. És lehetőleg minél gyorsabban tűnj el az ablaktól. Aki bírja, marja. Pavlo Suhov meg Gopcsik kíséretében belép az étkezőbe, egymás hegyén hátán állanak az emberek, nem látszik tőlük se si asztal, se si lóca. Van, aki ülve eszik, de a legtöbben állva. A 82-es brigád, az, amelyik egész délelőtt előmelekítés nélkül ásta a gödröt, jött be elsőnek, és már minden helyet elfoglalt. De az sem mozdul, aki megebédelt, mert hát hol is melegedhetne jobban. Szidják is őket a többiek, de mit törődnek azzal? Farhány borsó, minden jobb, mint kint a fagyban. Pavló meg Suhov könyökkel tör utat magának. A legjobbkor jöttek. Az első brigádnak éppen most osztják az adagokat, és még csak egy brigád van előttük, annak a segédbrigadérosa is ott áll az ablak mellett, tehát a többiek már utánuk következnek. Tányért! Tányért! kiállt a szakács az ablakból. S már adják is be neki. Suhovis szedegeti a tányérokat és dugja be az ablakon, nem itt a pótodagra várna, hanem azért, hogy gyorsabban menjen. A válaszfalon túl a segítők mossák a tányérokat, ezek is kásáért. Most már az előttük levő brigádra került a sor, Pavlo az emberek feje fölött oda Gabcsik! Itt vagyok, hallatszik az ajtó felől vékony kis gida hangja. Szaladj a brigádért, már szedi is a lábát. Fő hogy ma jó a kása. a legjobb kása, a zapkása, ritkán fordul elő, legtöbbnyire naponta kétszer magárát, vagy pedig korpasziberét adnak. A zapkása szemek között a sűrű pép laktató, és éppen ezért szeretik. Sóv gyerekorától csak a lovakat etette zabbal. Sose hitte volna, hogy egész lénye sóvárogva kíván majd egy maroknyi zabot. Tányért! Tányért! kiabálnak az ablakból. A 104-esre került a sor. Az előttük levő brigád segédbrigadérosa most kapja a dupla brigadérosi adagot, és már megy is el az ablaktól. A dupla brigadérosi is a többi fogoly rovására megy, de ezért sem pisszel senki. Mindegyik brigadéros dupla adagot kap, van, aki maga eszi meg, van, aki odadja segédjének. Tyurin Pavlónak adja. A Suhov dolga most a következő. Oda nyomakodik az asztalhoz, két gyengébb fickót elkerget, egyet meg szép szóval tessék el odább az asztalon helyet csinál tizenkét tányérnak úgy, hogy két sorba hatosával rakhatja, s erre még hatot tehet fel, s arra is még kettőt. Most aztán Pavlótól kell majd átvenni a megrakott tányérokat, ellenőrizni, jól számolták-e, ügyelni arra is, hogy idegen brigádbeli ne vigyen el egyet se az asztalról. Na meg arra is, hogy meg ne lökjék, ki ne verjék a kezéből. Közben az asztal mellől egyesek kikecmeregnek, mások bemásnak leülnek enni. Jól nyitva kell ám tartani a szemet, figyelni, hogy azok ott a saját adagjukat eszik-e, vagy pedig az ő brigádjától vették el. Kettő, négy, hat, számolja a szakács az ablak mögött. Kettesével adja ki a tányérokat, így könnyebb neki. Ha egyenként számolja, hamarabb belezavarodik. 2, 4, 6, ismétlél Pavló halkan ukránul az ablakon át, és ő kettesével nyújtja a tányérokat Suhovnak, aki az asztalra rakja őket. Suhov nem számlál hangosan, de jobban figyel náluk. 8, 10. De hol marad a brigád gabcsikkal? 12, 14 számolnak tovább. Közben a konyhán kifogyott a tányér. Pavló feje és vállak között Suhov jól látja: A szakács két tányért tesz az ablakba, de fogja őket és megáll, mintha gondolkodnék. Bizonyára az edény mosogatókhoz fordult és őket szidja. Ez alatt egy halom üres tányért dugnak be neki az ablakba, az alsó tányérokról most leveszi a kezét és adja tovább az üres tányérokat. Soha villámgyorsan otthagyja a teletányérokat az asztalon, átugrik a lócán, magához húzza a két tányért az ablakból, és mintha nem is a szakácsnak, hanem Pavlónak mondaná nem nagyon hangosan ismétli. 14. Várj, hova viszed? ordít a szakács. A mi emberünk, a mi brigádunkból való, bizonygatja Pavló. Még ha a tietek is ne zavarjon meg a számolásban. 14. Rándítja meg Pavló a vállát. Ő maga nem lett volna képes csalni, mert hát a segédbrigadérosnak meg kell őrizni a tekintélyét csupán Suhov szavait ismétli, és ha baj van, mindent rákenhet. Tizennégyet már egyszer mondtam, tajtékszik a szakás. Na és a mondtad, de nem adtad ide, a kezedben tartottad, lármázik Suhov. Gyere, számold meg, ha nem hiszed, itt van mind az asztalon. Suhov kiabál. De már észrevesz, hogy a két észt odatülekedett hozzá, septiben kezükben nyomja a két tányért. Jó maga gyorsan az asztalhoz megy és megszámolja. Megvan-e mind a helyén? Jól van, a szomszédok semmit sem csentek el, pedig könnyen megtehették volna. Az ablakban felbukkan a szakács vörös képe. Hol vannak a tányérok? kérdi szigorú hangot. Na tessék, kiáltja Zsóv. Eri csak odébb, hát nem vagy átlátszó. Lök arra valakit. Itt van, kettő. Két tányért magas rám. Emit meg három sor négyesével. Akkurát annyi, számold meg! A brigád még nincs itt. A szakács az ablakból bizalmatlanul fürkészi azt a szűk teret, amit onnan beláthat. Az ablak résse roppant kicsi bizonyára azért, hogy az étkezőből senki se láthassa, mennyi maradt az üstben. Nincs, a brigád még nem jött meg, rázza a fejét, Pavló. Hát akkor meg mi a fenének foglaljátok le a tányérokat, ha nincs itt a brigád? Dőön a szakács. Itt van, né a brigád? Kiált fel Suhov. Az ajtó felől már mindenki hallhatja a sorhajó kapitány harsogó hangját. Úgy kiabál, mintha a parancsnoki hídon állna. Mit tolakodtok itt? Ha megetted a magadét, erigy! Adj helyet a másiknak! Szakács még morog valamit, kiegyenesedik, és az ablakba ismét csak a keze látszik. 16, 18. Az utolsó tányérba dupla adagot rak. 23, kész! Következő! A brigádtagok lassan beszállingóznak, és Pavló az asztalnál ülők feje felett nyújtja feléjük a tányérokat. Nyár idején minden lócán öt ember fér el, de ebben a vastag öltözetben négynek is túl szűk a hely, alig tudják használni a kanalukat. Suhov számít arra, hogy a feketén szerzett két adagból az egyik bizonyára az övé lesz, és gyorsan nekilátott keservesen megszolgált jogos adagjának. Jobb felhúzta a hasához, a nemes csizma szárából előszedi az uszt Isma 1944 felirású kanalat, Leveszi sapkáját, balhón alá szorítja és hozzálát a szélről kanalazni a kását. Ezt a percet teljesen az evésre kellene összpontosítania, és a vékony réteg kását szép lassan kanalazni egész fenékig, a szájába rakni és a nyelvével morzsolgatni. De sietni kell, hadd lássa Pavló, hogy már végzett, és felajánlhassa neki a második adagot. Fetyukov, aki az észtekkel együtt jött be, és szintén látta, hogyan csalt el két külön adagot, most odállt Pavlóval szembe, ott eszik állva, de szeme egyre csak a brigád megmaradt négy adagján jár. Így akarja Pavló figyelmét felhívni a nem is egy egészre, Legalább egy fél adagra szávott tart. A fiatal, barna bőrű Pavló ezzel a nyugodtan eszi a maga dupla porcióját, és arcán semmi sem árulja el, látja-e kiáll mellette, emlékszik-e arra, hogy van két fölös adag. Suhov megette a kásáját, de gyomrát már felkészítette a két adagra. Egytől nem érezte magát jól lakottnak, mint eddig mindig a zapkása után. Benyúlt a belső zsebbe, a fehér vászon darabból előveszi a félkör alakú kenyérhéj darabot, és kezdi óvatosan kitörölni a zappép maradékát a tányér fenekéről meg a karimájáról. A kenyérhér tapadt kását leszopogatja és kitörüli azt, amit még lehet. Végül a tányér olyan tiszta, mintha kimosták volna, éppen csak egy kicsit homályos. Válla mögött odanyújtja a tányért annak, aki most éppen szedegeti őket és tovább üldögél levet sapkával. Noha a két pótadagot suhoz szerezte, a segédbrigadéros rendelkezhet csak vele. Pavló még egy darabig piszmog, de végre ő is befejezi. Nem törüli ki a tányér, csak a kanalát nyalja le, elteszi keresztetvet. Ekkor a négy megmaradt tányérból kettőt könnyedén megérint. Továbbítani nem tudja a szűk hely miatt, mint a suhovnak akarná. Iván Jeniszovics, egyik a magáé, a másikat odaviszi Cézárnak. Suhov emlékezett, hogy az egyik tányért be kell venni Cézárnak az irodába. Cézár sohasem alacsonyodott le odáig, hogy maga járjon be az étkezőbe, se itt, se a táborban. Emlékezett rád, amikor Pavló egyszerre megérinti a két tányért, Suhov szíve összeszorul. Hát a Pavló mind a kettőt nekiadja. A szíve most már ismét egyenletesen dobog. Aztán a szerzett zsákmánya fölé hajol, és megfontoltan hozzálát az evéshez, azt sem érzi, hogyan tolonganak körülötte, hogyan lögdösik a hátát az újonnan jött brigádok. Csak attól tartott, hogy a második kása Fetyukovnak jut. Akárhogy is sakálkodik Fetyukov, ahhoz nincs bátorsága, hogy feketén szerezzen valamit. Bujnovszki sorhajó kapitány is ott ül az asztaloknál. Már régen megette a maga kásáját, azt se tudja, hogy a brigádban pótadag is van, talán azt se látja, hány adag maradt a segédbrigadéros előtt. Egyszerűen elbágyadt, átmelegedett, és nincs ereje felállni. Képtelen Kimenni a fagyba, vagy a rosszul fűtött hideg melegedőbe. Most ő is jogtalanul foglalja el itt a helyet, és az újonnan jött brigádokat épp úgy akadályozza, mint azok, akik öt perccel azelőtt érces hangjával kikergetett innen. Még újonc a táborban nemrég van kényszermunkán. Az ilyen percek, mint most, ez persze nem tudja, különösen fontos percek az ő számára. Ezek változtatják át őt a mindenható, harsogó tengerésztisztből nehézkes, körültekintő fegyencé, és csak is az ilyen óvatos nehézkesség adhat neki erőt 25 esztendős raboskodás elviselésére. Már kiabálnak, hátbalögdösik noszogatják, szabadítsa fel a helyet. Pavló odaszól, kapitány! Hey, – Hé, kapitány! – Bújnovszki összerezze, mint aki mély álmából ocsodik fel, és odanéz. Pavló odanyújtja neki az egyik tányér kását, nem is kérdezi, akarja-e, vagy sem. Bújnovszki szemöldöke megrándul, úgy néz a kására, mint valami soha se látott csodára. – Fogja, fogja! – biztatja Pavló, felkapja az utolsó adagot a brigadérosnak, és megy kifele. Bűntudatos mosolyra húzódik a kapitány cserepes ajka. Ő, aki valaha a nagy északi-tengeri úton kerülte meg Európát, most boldogan hajul a nem is teljes merültő kanállal mért, zsírtalan, híg, zapkása fölé, a vízzel kevert zap fölé. Fetyukov tühötten méri végig Suhovot, meg a kapitányt, és odaépál. Suhov úgy véli helyes, hogy a kapitánynak adták. Eljön az idő, és a kapitány is megtanulja, hogyan kell élni. De most még nem tudja. Sóvban még élt a halvány remény, talán Cézár nekiadja a kását. De nem valószínű, mert már két hete nem kapott csomagot. A második adag után is kinyalja a tányért egész fenékig, a peremét kitörli a kenyérhéjjal. Leszopogatja minden egyes alkalommal, majd befejezésül megeszi a kenyérhéjat is. Ezután fogja Cézár kihűlt kásáját, és elindul. Az irodába viszem, hárítja el magától az ajtonállót, aki nem akarja a tányérral kiengedni. A gömfából készült iroda ott emelkedik a kapuőrség mellett. Akár csak reggel, a kéményből most is ömlik a füst. Az iroda naposa és egy szemében fűt, őt időnormában számolják el. Az iroda számára nem fukarkodnak se a forgáccsal, se a deszka hulladékkal. Csikorogva nyílt ki a szélfogó külső ajtaja, aztán kóccal kárpítozott belső ajtaja, és Suhov a gomolygó hideg párát maga előtt kergetve belépett, gyorsan behúzta maga után az ajtót. Gyorsan, nehogy ráordítsanak. Ejtem, amlasz, zárd be azt az ajtót! Az irodában olyan meleg volt akár a gőzfürdőben. Az ablakról leolvadt a jég, és a napocskát itt már nem érezte olyan gonosznak, mint ott fent a hőerőműnél, hiszen ideben vidáman csillogott. A széles napsugárban Cézár pipa füstje úgy foszlott szét, akár a templomi tömjén füst. Vörösen izzott a kájha, jól megtömték ezek a fickók, a kájha cső is vörös. Ha ilyen hőségben egy pillanatra leül az ember, ott helyben elnyomja az álom. Az irodában két helység van. A második a fő a félig nyitott ajtón át jól hallatszik a fő munkavezető harsogó hangja. Túlléptük a munkabér alapot, túlléptük az épület anyagkeretet, nem beszélve az előre gyártott ház elemekről, de az értékes deszkákat is felaprítják a rabok, és eltűzelik a melegedőkben. Maguk semmit se vesznek észre, a napokban a foglyok erős szélben rakták ki a cementet a raktár előtt, sarogján cipelték vagy tíz méternyire, a raktár körül bokáig gázol az ember a cementben, és a munkások fekete buslátja is szürke lett, úgy mentek innen haza. Hát mennyi veszteség! Úgy látszik a fő munkavezetőnél értekezlet van, bizonyára a munkavezetőkkel. A bejárat melletti sarokban elbágyottan üldögél táblátlan kis székén a napos. Egy kisé odább Skoropatyenko, a B-219, sovány, mint egy karó, hájogos szemét az ablakra szegezi, azt vigyázza most is, nem lopkodják-e a paneleket. A kátránypapírt azt elszalajtottad, barátocskám. A két könyvelő szintén foglyok, kenyeret pirít a kályhán, hogy el ne égjen Huzalból kis rácsot eszkápáltak. Zár az asztalnál elterpeszkedve pipázik. Hátat fordít csuhovnak, nem is látja. Vele szembenül a H123, húsz esztendő kényszermunkára ítélt izmos öregember, társát teszik. Nem úgy van az bátyám, mondja Cézár vontatott lágy hangon. A tárgyilagosság megköveteli, hogy Eisenstein lángeszét elismerjük. Hát nem zseniális film, a rettenetes Iván, az álarcos opricsnyikok tánca, a székes egyházi jelenet. Bohóckodás, fortyan fel a ház 123, és a kanál is megáll a szája előtt. Itt már annyi a művészet, hogy ez nem is művészet. Bors és mák a mindennapi kenyér helyett. Na meg a legaljasabb politikai eszme, az egy személyi zsarnokság igazolása. Az orosz intelligencia három nemzedéke emlékének meggyalázása. A kását meg se ízleli, úgy nyeli le, így nem nagyon válik javára azt hiszi, más felfogásban engedélyezték volna. Aha! Engedélyezték volna! Akkor ne beszéljen itt lángésről. Mondja azt, hogy tapnyaló, hogy mint a kutya engedelmeskedik a gazda parancsának. Egy lángész nem a zsarnokok szája íze szerint alkotja a művét. Köhint suhov. Nem meri megszakítani ezt a művelt társalgást de a hosszú ácsorgásnak sincs értelme. Cézár megfordul, kezét a kása után nyújtja. Suhovat észre se veszi, mintha a kása magától szállt volna hozzá a levegőben, és már mondja is tovább a magáit. Ide figyeljen! A művészet lényege nem az, hogy mit, hanem hogyan. A 123 erre felfortyan, tenyere élével veri az asztalt. Azt már nem! az ördögbe a maga hogyanjával, ha semmilyen nemes érzés nem ébreszt bennem. Suhov, épp annyi ideig áldogál, amennyit az illendőség megkíván azután, hogy odatta a kását. Vár hát, ha Cézár megkínálja szívni valóval, de Cézár azt se tudta, hogy ott áll a háta mögött. Suhov egy kicsit fészkelődött, aztán csendesen kiment. Kint a hideg, egészen kibírható. Ma jól megy majd a falazás. Ott suhova letaposott ösvényen, és egy letört fűrész darabot pillant meg. Bár egyelőre fogalma sincs róla, mire használhatja fel, de ki tudhatja előre, mire lehet szüksége. Felveszi a pengét, és a nadrág zsebébe dugja. Majd elrejti valahol a hőerőműnél. A takarékosság Többet ér a vagyonnál. A hőerőműnél első dolga, hogy előszedje az elrejtett simító lapátot, és eldugja az övébe. És csak aztán megy a habarcskeverő helységbe. A kinti verőfény után a helyiség sötétnek látszik, és úgy érzi, ott sincs melegebb, mint kint, és valahogy nyírkos minden. Az emberek ott gubbasztanak a suhováltal felállított kerek meg a másik kájha mellett, ahol a száradó homokból gomolyog a pára. Akinek nem jut hely, az a havarcsos láda szélére telepedik. A brigadéros a kájha mellett ül, éppen most fejezi be a kásáját, amelyet Pavló a kájhán felmelegített neki. Vidám terefere folyik a fiúk között, Halkan beszámolnak Iván Gyenysze isnek, a brigadéros magas százalékot sajtolt ki, jó hangulatban jött vissza. Hogy milyen munkát számoltatott el és hogyan, ez már a brigadéros esze dolga. Mert hát mit is csináltak ma egy fél nap alatt? Semmit. Akár a felállítását nem számolják el, a melegedőt sem, ezt maguknak csinálták, nem a termelésnek de a munkalapba mégis be kell írni valamit. Cézár talán a normánál játszik a brigadéros kezére, mert a brigadéros sem tisztelné annyira csak úgy semmiért. Magas a százalék, így hát öt napon át magas kenyér adagot kapnak. Mondjuk nem egészen öt, hanem csak négy napon át. Az ötödik napot lefaragja a főnökség, az egész tábor csak a garantált minimumot kapja, Mindenki egyformán akár jól, akár rosszul dolgozott. Így, mintha nem lenne annyira sérelmes, hiszen mindenki egyenlő adagot kap, de hát a raphasáspórólják pórolják meg. Nem baj, a sittes gyomra mindent kibír. Ma valahogy csak meg leszünk, holnap aztán jól lakunk. A garantált fejadagok napján az egész tábor ezzel az ábrándal hajtja nyugovóra a fejét. Ha jól meggondolja az ember, Öt napon át dolgozunk, de csak négy napon át eszünk. Nem zajong a brigád, akinek van dohány, a sutyomban pöfékel. Ott ülnek összeverődve a sötétben, és bámulják a tüzet. Mint egy nagy család. A brigád valóban egy család. Hallgatják, mit mesél a brigadéros ott a kájha mellett egy-két embernek. A brigadéros száját sose adja el felesleges szó, de ha már mesélni kezd bizonyára jó szántából teszi. A brigadéros se szokott rá, hogy fedett fővel egyen. Így sapka nélkül a feje már mutatja, hogy öregszik. Rövidre van nyírva, mint minnyájuké, de a kájha fényénél látni, mennyi az ősszál fakóhajában. Én még a zászlóaj parancsnok előtt is remektem, hát még az ezred parancsnok előtt. Tyurin vörös katona szolgálat jelentkezik. Sűrű szemöldöke alól rám meret vad tekintete. Apád neve? Mondom neki. Születési év? Azt is megmondom. Akkoriban 930-ban 22 esztendős tejfeles szájú legény voltam. Nos, Tyurin, Miért szolgálsz? A dolgozó népet szolgálom. Erre úgy felfortyant, hogy két öklével az asztalra csapott. A dolgozó népet szolgálod, de te ki vagy, te csirkefogó? Érzem, forben bennem mindent, hát tartom magam. Géppuskás lövész, irányzó. Harci és politikai kiképzésben kitűnő. Milyen géppuskás vagy te, gazember! Az apát kulák, megjött kamnyából az írás, az apát kulák, te pedig megszöktél, már második éve keresnek. Elsápadtam, a lélegzetem is elállt. Akkor már több mint egy nem írtam haza, nehogy megtalálják a nyomamat. Azt sem tudtam, élnek-e otthon, és az enyém se tudtak rólam semmit. Hol van a lelki ismereted üvölt? És a rendfokozatot jelző négy téglalap csak úgy remeg a gallérián. Be akartad csapni a munkás paraszt hatalmat? Már azt hittem, hogy megver. De hát ezt nem tette, azonnal kiadta a parancsot, hat órán belül rugjanak ki a laktanyából. Kint már novemberi fagyok jártak, lehúzták rólam a téli egyenruhát, a raktárból elnyújt nyári felszerelést adtak meg egy széllel bélelt köpönyeget. Akkoriban még olyan bal ha, voltam, nem tudtam, hogy nem vagyok köteles leadni a ruhát, elküldhettem volna őket az anyjukba. És kezembe nyomták a kegyetlen igazolványt, a hadseregből elbocsátották, mint kulák származású. Ilyen igazolványjal aztán munkát sem találtam. A falumig négy állónapig tartott onnan az út, vasúti egyet nem adtak, még egy napra való élelmet se. A laktanyában kaptam utoljára ebédet, aztán kituszkoltak a kapun. Különben 38-ban a kotlaszi gyűjtőtáborban találkoztam a volt szakaszparancsnokommal, arra tíz évet sóztak. Tőle megtudtam, azt az ezret parancsnokot, meg az ezret komisszárust 37-ben agyollőtték. Akár proletárok voltak, akár kulákok, akár volt lelkismeretük, akár nem. Keresztet vetettem és felsóhajtottam, mégis van Isten az égben? Lassan őrülnek, malmai, de biztosan. A két tányér kása után Suhov halálosan vágyik egy cigarettára. Úgy számít, hogy estére a hetes barakból való letnél vesz majd két pohár szűz dohányt, és akkor megadja. Halkan odaszól az észt halásznak. Hallod, e Eino, adjál már kölcsön egy sodrásra valót holnapig. Tudod, nem csaplak be, Eno egyenesen Suhov szemébe néz, aztán tekintetét lassan a fogadott testvérére emeli. Mindenük felesben van, még egy szál dohányt se használnak el külön-külön. Valamit motyognak egymás között, aztán Eno előhúzza rózsaszín zsinorral himzett dohányzacskóját. zacskóját. A zacskóból kivesz egy csipetnyi gyári dohányt, Suhov tenyerére rakja, megnézi, és még egy-néhány szállat hozzátesz. Pontosan egy sodrásra való, nem több. Újságpapírja Suhovnak is van. Leszakít egy darabot, megsodorja a cigarettát, és felveszi a brigadéros lábánál heverő parazsat, és szívja, és szívja. Vizsergés árad el egész testében, a feje, sőt, még a lába is elbódult tőle. Alig, hogy rágyújtott, a helység másik végéből már feléje lobban Fetyukov zöld szeme. Megkönyörülhetne rajta, hagyhatna egy pár szippantást ennek a sakálnak, de már reggel szerzett magának, jól látta Sohov. Inkább szennyka Klefsinnek hagy. A szegény azt se hallja, amit a brigadéros mesél, ott ül magába roskadva a tűz előtt, oldalra a fejét. A kályha fénye megvilágítja a brigadéros ragyás arcát. Szemtelenül folytatja, mintha nem is saját magáról lenne szó. Ami felesleges holmin volt, negyedáron eladtam egy ószeresnek. Aztán vettem két kenyeret feketén, mert akkoriban még jegyrendszer járta. Gondoltam tehervonattal valahogy eljutok hazáig. De akkoriban szigorú törvény jelent meg éppen az ilyen potyautasok ellen. Van, aki emlékszik tán, hogy abban az időben pénzért nem is adtak vasúti jegyet, hát még pénz nélkül. Közületi utalványra adták, de csak azoknak, akiknek hivatalos kiküldetésük volt. A peronra se engedtek be. Az ajtóban rendőr állt, és a pálya két oldalán pályaőr cirkált. A hideg nap már alkonyatba hajlott a tócsákat is jéghártya vonta be. Hol töltsem az éjszakát? Valahogy átmásztam a magas sima falon, átugrottam a két kenyérrel, és zsupsz egyenesen be az árnyékszékbe a peronon. Ott áldogáltam egy darabig, senki sem üldözött. Kijöttem, mintha utas lennék, utazó katona. A pályaudvarra épp akkor futott be Vladivostok Moszkva gyorsvonat. A forró vissabb körül szinte ölték egymást az emberek, csajkákkal verekedtek. Ott topogott egy kék blúzos fiatal lány is két literes teáskannával a kezében, de nem mert közelebb menni a csaphoz. Lábán félcipő, félt, hogy leforrázzák vagy letapossák. Nesze, mondom neki, fogd a kenyereimet, mindjárt szerzek forró vizet. Miközben csorgott a víz, a vonat megindult. A lánya kenyerekkel a kezében síránkozik, mit évő legyen. Már szívesen otthagyná a teás kannáját is. Szaladj, kiáltom neki, szaladj, én meg majd utolérlek. Szalad is előre, én meg utána. Utolértem, egyik kezemmel fölsegítettem, de a vonat már robog. Én is félkapaszkodtam a lépcsőre, kalauz egy ujjal se nyúlt hozzám, nem is próbált letuszkolni. A kocsiban utazott néhány katona, azok közül valónak vélt. Suhov megböki szennykát, fogd, szív tovább, te ügye fogyott. A faszipkájával együtt adta oda, hadd szopogassa, nem árta senkinek. Az a csodabogár szennyka pedig akárcsak valami színész, egyik kezét a szívéhez emelés hajlong. Na de hát, mit várjon az ember egy sükkettől. A brigadéros meg folytatja. A fülkében hat lány utazott, leningrádi diáklányok üzemi gyakorlatról tértek haza. Az asztalon mindenféle finomságok, a fogason himbálóznak az esőköpenyek, a bőröndök is huzattal bevonva. Utaznak az életbe, nyitva előttük minden. Teáztunk. Közben elbeszélgettünk, eltréfálkoztunk. Végül megkérdezték, hogy melyik kocsiba utazom. Felsóhajtottam, elmondtam: Abban a kocsiba, lányok, amelyik titeket az életbe, engem meg a halálba szállít. Csendben van a habarcskeverő helyiségben, ropog a tűz a, a Sopánkodtak egy darabig, aztán összedugták a fejüket. Végül a csomagtartó polcon dugtak el, letakartak az esőköpenyekkel. Egészen Novosibirskig bújtattak így. Azt is meg kell mondanom, hogy jó pár évvel később egyikőjüknek meg is háláltam ezt a pecsorán. A lány 35-ben a kirovgyilkosság utáni hullámban lebukott, s már alig vonszolta a lábát a nehéz kubikus munkán elintéztem, hogy bekerüljön a szabó műhelybe. Ne kezdjük el a habarcs keverést? Kérdi Pavló, suttogva a brigadérostól, de a brigadéros nem hal. Ének idején a kerteken át lopakodtam haza, ének idején is távoztam. Az öcsémet is magammal vittem, és melegebb vidékre, frunzéba utaztunk. Nem volt mit enni senek neki, se nekem. Frunzéban egy vagánybandába ütköztünk, ott ültek egy kátrányfőző üst körül. Odaültem én is közéjük. Ide figyeljetek ti, pucér urak! Fogadjátok be az öcsémet inasnak közétek, tanítsátok meg, hogyan kell élni. Befogadták. Ma már sajnálom, hogy akkor nem csak tlakoztam én is a vagányokhoz. És az öcsével azóta nem találkozott? kérdezte a kapitány. Csurin ásít. Ne, sose láttam többé. Még egyet ásít, aztán így szól. Na, ne bánkodjatok, fiúk! A hőerőműnél is szüret nekünk. Akit a habarcs keverésre osztottam, kezdje hozzá. Ne várja a sípot. Hát ilyen ez a brigád. A táborparancsnok még munkaidőben sem noszogatná rabokat, de ha brigadéros ebédidőben kijelenti dolgozni, akkor dolgozni kell, mert hát a brigadéros táplálja az embert, és hiába valóan ő se hajtja az embert. Mert ha csak a sípszó elhangzása után kezdenének a habarcskeveréshez, akkor a kőművesek állhatnának egy jó darabig. Suha felsóhajtott és felállt. Gyerünk, menjünk leverni a jeget! Magához vette a fejszét, meg egy nyeles drótkefét a jégtisztításhoz, a falazáshoz pedig a kőműves kalapácsot, a szintezőt, a zsinort, meg a mérőort. A pirosposgás kilgasz. Sandán suhovra nézett, mintha mondaná, hogy mi a csodának a még mielőtt a brigadéros szólna. De hát Kilgasnak nem sok gondja van arra, hogyan szerzi a brigád az ennivalót, ennek a kopasznak az se baj, ha húzdek a kenyeret, vagy még annál kevesebbet adnak. Megélő a csomagokból. Mégis feláll, ért ő a szóból, pusztán a maga kedvért nem tartja vissza a brigádot. Várj, ványa, én is megyek, szólal meg. Na, 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 te vastak képű, a magadnak dolgoznál, már korábban felálltál volna. Sóv is csak azért is sietett, hogy a szintezőt elkaparintsa a kirgasz elől, a szerszám raktárból csak egyet hoztak ki. Pavló megkérdezi a brigadérostól. Elég, ha hárman falaznak. Ne állítsunk oda még egy embert. Vagy nem lesz elég habarcs? A brigadőr is szólja a homlokát egy darabig töpre. hát én is beállok negyediknek, Pavló. Te pedig itt a habarcsra ügyelj. Nagy a keverő láda, állíts oda vagy hat ember, de úgy, hogy amíg a láda egyik feléből a kész habarcsot rakják ki, a másik felében már keverjék az újat. Nehogy egy percre is visszatartsatok. Hé! Hey! Pavló talprógnik. Egészen fiatal, még pezseg a vére, a tábor még nem nyújt el, arca még az ukrajnai galuskától kerek. Ha maga odaáll falazni, akkor én a habarcsot keverem. Majd meglátjuk kivéges többet. Hé! Hey! Hol van itt a leghosszabb lapát? Hát ilyen ez a brigád. Az ember azt hinné, hogy Pavló a volt orvlövész, aki éjszakánként bebetört az erdőből a városba, minek igyekeznék itt ennyire. De ha a brigadérosnak kell, ó, hát az egészen más. Suhov meg Kilgasz lassan ballagnak felfelé, és hallják, hogy Szenyka is ott topog mögöttük a pallón. Ha süket is, de megértette, az emeleten a falazás csak éppen megkezdték. Körös körül csak három sor tégla van lerakva, a fal csak imitamot emelkedik magasabbra. Ez a legszaporább falazás térd magasságtól a mellig, állvány nélkül. A korábban itt levő állványokat meg a kecskelábakat a sittesek mind széthurcolták, van, amit más épületre vittek, van, amit eltüzeltek, nehogy egy másik brigádnak maradjon. Ha a munkát jól meg akarják szervezni, akkor már holnapra össze kell eszkábálni a kecskelábakat, mert ha nem, hát leállhatnak. A hőerőmű emeletéről messze ellátni. A hólepte zóna körös körül kihalt, megbújtak valahol a rabok a munka kezdésig melegednek. Csak az őrtornyok meg a szöges tartó hegyes oszlopok meredeznek feketén. A szöges drót csak a nap irányában látszik. A másik oldalon már nem. Vakítóan ragyog a nap, szinte bántja a szemet. A közelben ott az áramot szolgáltató mozdony is. Úgy füstöl, hogy szinte bekormozza az eget. És nehézkesen pöfékel. Szirénázás előtt mindig ilyen rekettes. Na, most sipol, nem is sokat, de egy kis időt azért nyertek. Hé, hey, Starovista! Gyorsabban azzal a szintezővel! hajszolja klilgász. Azt nézd inkább, mennyi jég van még a faladon! Ha így mozogsz, csak estére tisztítod le. Kár volt a spatlidat magaddal hozni! ugratja Suhov. Ahhoz a falhoz akartak állni, amit ebéd előtt jelöltek ki nekik, de a brigadéros alulról felkiabál. Hé, fiúk! Kettesével állunk, nehogy a habarcs befagyjon! Suhov! Magad mellé veszed Klefsint! Én majd kilgasszal dolgozom párban. Addig gobcsik letisztítja helyettem. Kilgass mellett a falat. Suhov tekintete összevillant kilgasszéval. Igaz, így szaporabb. És megragadják a fejszét. Suhov már nem a messzi tájot figyeli, ahol a nap felcsillan a havon. Azt se látja, hogyan szélednek szét a rabok a melegedőkből a zónába, ki a reggel óta elkezdett gödröt ásni ki a zsaluzáshoz, ki az autójavító tetőgerendájának a felhúzásához. Suhov csak a saját munkahelyét látja, a falat ott balra, ahol a falazás fokozatosan derékig emelkedik, és jobbra a sarokig, ahol az ő falak kilgaszéval érintkezik. Szénkának megmutatta, hol tisztítsa le a jeget, jó maga is szaporán ütögeti, hol a fejszefokával, hol az élével, csak úgy rebdesnek a jégszilánkok körös körül, néha az arcát se kerülik el, szilajul dolgozik, gondolkodás nélkül. Személyes gondolata csak a falat keresi a jég alatt. A hőerőmű két blokk vastagságú külső homlokzatát. Azt se tudja, ki kezdte itt felhúzni a falat. Az ismeretlen kőműves vagy nem értett hozzá, vagy csak kontárkodott, de Suhov most ismerkedik a fallal, mint a magáéval. Lám, itt egy kisé lesüppett. Ezt egy sorral nem lehet helyrehozni. És csak a harmadik sor után sikerül a kisé vastagabban kenik a habarcsot. Emit meg egy kisé kipuposodik. Ezt két sor után ki lehet egyengetni. Szemre már be is osztja a falat, meddig rakja ő a baloldali lépcsőzetes kiszögeléstől, és mettől szennyka jobbra Kilgászig. Úgy számított, hogy a sarokhoz érve Kilgász nem állja meg, és szennyka helyett odarak egy néhány téglát, ez egy kis könnyebbséget jelent a süketnek. S amíg azok abban a sarokban piszmognak, suhova félfalnál egy kisé többet húz fel, így aztán nem maradnak el, a másik pár mögött. Az is felméri szemmel, hova és hány salak téglát rakja. És alig, hogy a téglahordók megjelentek az első sarokjával, a már is oda kiáltja alioskát, nekem hozd ide ragni, meg ide! Szenyka lassacskán befejezi a jég leverését. Suhov már fogja is a drótkefét és nyelét két kézre fogva jobbra-balra végig söpri a falat, úgy letisztítja különösen az illesztékeket, hogy csak egész vékony, szürke hóréteg marad a téglák felső során. Már felmászott a brigadéros is, amíg Suhov kezében jár a kefe, és a brigadéros a sarokba erősíti a szintező lécet. A két végén Suhovnál meg Kilgasznál már régen ott állnak a lécek. Hé! Hey! kiabál Pavló lentről. Él még valaki odafén? A küldöm a habarcsot! Suhov most még jobban felindult, a zsinort még nem húzta ki. Tűzbe jö. Úgy döntött, hogy a zsinort nem egy, sem két, hanem egyszerre három sor fölé húzza ki, ezzel is időt nyer. Na meg, hogy Szenykán könnyítsen, a külső sorból is megtart magának egy részt, és ehelyett egy keveset hagy a belső sorból a párjának. Amíg a zsinort húzza, a felső szemöldökivel egy vonalban, jelekkel meg szavakkal magyarázza a Szenykának, hol kezdje a falazást. Megérti a süket, ajkát összecsücsöríti, és a brigadéros munkahaja felesendít, mintha mondaná, ej, de megtáncoltatjuk -e őket, nem maradunk le mögöttük. Nevetnek mind a ketten. A pallón már hozzák is a habarcsot. Négy pár hordja majd. A brigadéros úgy dönt, a kömüvesek mellé nem raknak habarcsos ládát, nem fogják átönteni a sarogjából a habarcsot, nehogy megfagyjon. A sarogját egyenesen leteszik, a falazó kömüvesek mellé hadrakják. Hogy a habarcs hordók ne fagyoskodjanak odafen, salakblokkokat fognak feldobálni. És ahogy a habarcsos láda kiürül, alulról már is hozhatják fel a következő teli sarogját, az üressel pedig hajrá lefelé. A kájhánál leolvasztják a sarogjához fagyott habarcsot, meg magukról is, amennyire lehet. Egyszerre hoztak fel két sarogja habarcsot, egyet kilgasz falához, a másikat suhovéhoz. A fagyban csak úgy füstölök, párházik a habarcs, de épp hogy csak meleg. Ha vakolókanállal odakented, ne tárts dámaszát, a habarcs egy-kettőre odafagy, akkor aztán kalapáccsal verheted le onnan, mert a simítólapáttal nem mész ám semmire. Ha a téglát ferdén illeszted, az is odafagy, és úgy is marad, ferdén. Ezt már csak a fokával verheti le az ember. Aztán kaparhatja róla a habarcsot is. Suhovnak azonban biztos a keze. A salaktégla nem mind illik egymáshoz. Látja, melyiknek csonka a sarka, melyiknek üdőtöd le az oldala, és azt is előre tudja, hogy melyik oldalával fekszik jobban a salaktégla. A falon is látja, melyik hová kívánkozik. Suhov felkap a vakolókanállal egy adag párázó habarcsot, és már oda is csapja, ahová kell. Jól megjegyzi, hogy az alsó sarokban hol az illeszték, oda igazítja a felső tégla közepét. Pontosan annyi habarcsot kell oda, amennyi egy téglához szükséges. Kiragad a halomból egy téglát, de óvatosan nehogy elszakítsa a kesztyűjét, mert hát a salaktégla erősen szaggatja a ruhát. Elegyengeti a habarcsréteget, és oda a salakblokkot. Gyorsan illeszgeti a téglát megütögeti a spatli nyelével, ha nem egészen jól fekszik, és arra is vigyázz, hogy a külső fal a zsinormérték szerint emelkedjék, hogy a tégla széltében és hosszában is vízszintesen kerüljön a helyére. Akkor aztán oda is ragad, odafagy. Ha az illesztésnél oldalt kicsorog a habarcs, gyorsan lekaparja a spatli élével, és messzire csapja a faltól, Nyáron ez a habarcsa következő téglára menne, de most erre gondolni se lehet. Aztán megint megvizsgálja az alsó sort, mert megesik néha, hogy egész tégla helyett csak valami törmelék fekszik ott, majd újra odakeni a habarcsot, de úgy, hogy baloldalt egy kisé vastagabb réteg legyen, a salak téglát se vágja csak úgy oda, hanem jobbra-balra igazítja, ezzel is kisajtolja a felesleges habarcsot a két tégla közül. A szeme akár a mérő óna, Rakja függőlegesen, rakja vízszintesen. Beragadt, jöhet a következő. Megy a munka. Ha két sort felhúztunk, na meg a megkezdett falazás hibáit is kiavítjuk, utána sémán megy. De addig jól nyissa ki a szemét az ember. És rakja, rakja, rakja a külső sort, Téglát, tégla után egyre közeledik szennykához. Ott a sarokban Szegyka is egyre távolodik a brigadérostól, ugyancsak erre közeledik. Sov már int is a szemével a habarcshordók felé, gyorsan hordjátok a habarcsot kéz alá. Egyre jobban belelendült, arra sincs ideje, hogy az orrát megtörölje. A már közvetlen közelében van, most már ugyanabból a habarcsos ládából merítenek mind a ketten. Szemlátomást fogy a habarcs. Habarcsot ide! Ordít suhova falon keresztül. Adjuk! Kiált fel Pavló. Már hozzák is. Kimerik ebből is, ami folyékony, de már jócskán odatapadt a sarogja oldalához. Azt már kaparják le a csordó, Csak megkérgesedik, és nekik kell fellehurcolniuk. Ragd le, jöhet a következő. Suhov meg három könyves társa már nem érzik a hideget. A gyors lélegzet elállító munkától először átjárja őket a meleg, az a meleg, amitől a buslát, a pufajka, az alsó meg a felső ing alatt egy kisén nyírkos lesz az ember teste de nem állnak meg egy szempillantásra sem, csak húzzák a falat tovább és tovább. Egy órával később átjárja őket az a második meleg, amitől felszárad az izzadság. Legfontosabb, a láb nem fázott át, a többi nem számít, még a könnyű, de makad szél sem képes gondolataikat eltéríteni a munkától. Csupán Klefsin ütögeti néha össze a lábát. A szerencsétlen fickónak 46-os a lába, csak felemás nemes csizmát találtak számára, de így is szorít. Időről időre a brigadéros lekiált, habarcsot, súv is utána, habarcsot, aki jól megfogja a dolog végét, az is brigadéros a szomszédja előtt. Suhov nem akar elmaradni a másik pártól, édes testvérét is halálra hajszolná most a habarcsos sarogjákkal a palló. Ebéd után Bujnapské eleinte Fetyukovval hordta a habarcsot. A palló meredek és sikos kezdetben elég nehézkesen ment, soha vagy kis és sürgette. Kapitány, kapitány, gyorsabban! Kapitány, gyerünk a téglákkal! Ahogy telik az idő, a kapitány egyre fürgébb lesz. Fetyukov pedig egyre lomhább. Totyogva el az a kutyafülű, oldalra billenti a sarogját, kilöttyenti a habarcsot, hogy könnyítsen a terhén. Suhov hátba is vágja. Hű, te nyavajás, te igazgató voltál! Biztosan agyon a munkásokat. Brigadéros, kiállt a kapitány, állíts mellém egy igazi embert, ezzel a szarházival nem tudok dolgozni. Megtörténik az átcsoportosítás. Fetyukov alulról dobálja majd fel a téglát az állványzatra, de olyan helyre állítják, ahol számon tarthatják, hány darabot dob fel, és a kapitány mellé Alioskát osztják be. Alioska szelét fickó, őt csak az nem rángatja, aki nem akarja. – Riadó, minden ember a fedélzetre! – biztatja harsányan a kapitány. – Látod, hogy nő a fal? – Alioska endegdékenyen mosolyog. – Ha gyorsabban kell, hát legyen gyorsabban, ahogy maga mondja. És már topognak is lefele. Az efféle szelíd ember kincs a brigádban. A brigadéros most lent kiabál valakivel. Kiderül, hogy még egy teherautó érkezett salaktéglával. Egy fél éven át egyetlen egy kocsit se adtak, most meg egyre jönnek a szállítmányok se vége, se hossza. Egyelőre a téglaszállításnál nincs egyéb dolgok. Az első napon aztán majd leállnak, és senki se tudja megmozgatni őket. A brigadéros megint káromkodik odalent. Valamit a felvonóval kapcsolatban. Suhov szeretné megtudni, miről van szó, de nincs rá idő, rakja a falat. Felérnek a habarcsordók, s elmondják, itt van a villanyszerelő. Eljött megjavítani a felvonó motorját, itt van a villanyszerelők munkavezetője is, aki szabad ember. A szerelő piszmog, a munkavezető meg csak nézi. Mert itt ez így dukál. Az egyik dolgozik, a másik megnézi. Ha megjavítanák a felvonót, azonnal szállíthatnák nekik a téglát, meg a habarcsot. Suhov már a harmadik sort rakja. Kilgász is hozzákezdett a harmadik sorhoz. Egy újabb ellenőr, egy újabb főnök indul fel a pallón, Der a pallér, moszkvai, azt mondják ott a minisztériumban dolgozott. Suhov nem messzáll kilgasztól és odamutat Derre. Aha, legyint kilgasz, engem a főnökség nem érdekel, csak akkor szólj nekem, ha lepatyogott a pallóról. Der bizonyára azért jön, hogy a kömvesek háta mögé álljon és figyelje őket. Suhov főkép. Az ilyen nézelődőket nem szenvedheti. Megjátsza a mérnököt a disznópofájú. Egyszer megmutatta, hogyan kell falazni. Suhovakor akkor jót nevetett rajta. Azt mondják, nálunk, ha egyszer majd saját kezdeddel felépítesz egy házat, akkor elhiszem, hogy mérnök vagy. Csemgenyovóban Suhov falujában nem akadt egyetlen kőház sem, fából készült minden parasztház. Az iskola is gömbfából épült, hat öl fát hoztak hozzá a védett erdőből. Tehát a táborban kőművesre volt szükség, és sohofa kell, hát kőműves is. Akinek a kezek két mesterséget ismer, azért tíz másikra is könnyen rááll. Der nem patyogott le, csak megbotlott. Egyszer szinte futva jön fel. Tyurin! Kiabás majd kögrik a szeme. Tyurin! Nyomába Pavló szaladt fel a palló, még a lapátot se tette le. Deren és tábori muslát van, de vadonatúj tiszta. Kitűnő bőrsapkáján, akárcsak a többiekén, ott van a szám B731. Nos, Tyurin a spatlival a kezében előjön a fal mögül, a brigadéros sapkája a fél szemére billent. Valami hallatlan dolog történt, elszalasztani sem lehet, pedig közben a habarcs is megfagy a ládában. Rakja, suhova falat, rakja, rakja, és füle. Hát te mit képzelsz? Ber ordít, szinte fröcsköl a nyála. Ezért már nem is szigorított jár. Ez már büntet, tyurin. Harmadszor is elítélnek. Csak ekkor eszmén rá, Suhov, miről is van szó. Kilgazta Sandit, de már az is megértette. A kátránypapír. Meglátta a kátránypapírt az omlakom. Soha maga miatt egy cseppet se fél tudja, hogy a brigadéros nem mártja be. A brigadérost férti. A sittes számára a brigadéros olyan, mint az édesapa, az adminisztráció számára csak egy bábú. Ilyesmiért már nem egy brigadérost ítéltek el ott éjszakon. Látni kellett volna, hogyan torzul el a brigadéros arca. Hogyan vágja le a spatlit a lába el, és hogyan lép egyet der felé. Der körülnéz, Pavló is magasba lendíti a lapátot a háta mögött. A lapátot ám nem véletlenül hozta magával a lapátot. Szegyka süketlétére is megértette, csípőre teszi a kezét, és odalép. Erős fickó az ördögbe is. Der pislogba félénken nézeget körül, lesi, hogy hova bújhatna. A brigadéros derfelé felé hajol, halkan, de itt fent jól hallhatóan kijelenti. Elmúlt már a ti időtök, ti nyomorultak. Elmúlt az az idő, hogy ítéletet akasszatok a nyakunkba. Ha csak pisszenni, érted? Pisszenni mersz, te pióca, az utolsó napodat éled ezt ne felejtsd el! A brigadéros egész testében remeg, remeg és sehogy sem csillapul. A keskenyarcú Pavló szeme szinte átdöfi dert, szinte keresztül szúrja. Ugyan, ugyan, fiúk, hát mi van veletek? Der elsápad, odább húzódik a palló. A brigadéros egy szóval sem mond többet. Megigazítja a sapkáját, felemeli elgörbült spatliát, és visszaballag a falhoz. Pavló is lassan lemegy. Egészen lassan. Dernek szörnyű idefen, de lemenni is szörnyű. Kilgas háta mögött megáll. Kilgasz úgy rakja a falat, hogy a patikában az orvosságot mérik. Egy doktor nagyúr, nem lehet sietős a dolga. Dernek a hátát mutatja, mintha észre se venné. Der odasompolyog a brigadéroshoz, gőge már elpárolgott. Mit mondjak a főmunkavezetőnek, vezetőnek, Churin? A brigadéros rakja a téglát, meg se fordítja a fejét. Mondja azt, hogy már így volt. Ide jöttünk, és már akkor is így volt. Der ott áldogál még egy darabig, tudja, most már nem ölik meg. Szótanul jár fel, és alá kezét zsebébe sülyezte. Hé, SC 854, mordul fel. Miért ilyen vékony rétegbe rakod a habarcsot? Mégiscsak ki kell mutatni a valakin, hogy ő itt a főnök. Suhovba nem köthet bele azzal, hogy ferdén falaz, vagy nem passzolnak az illesztékek, így hát a vékony réteg habarcsot hozza elő. Engedje megjegyeznem, sejpít Suhov gúnyosan, ha most vastagabb rétegben rakom a habarcsot, tavasszal az egész hőerőmű elúszik. Hé, te kőműves, fogad meg, amit a munkavezetőd mond, komorodik el Der, és szokása szerint felfújja két orszáját. Meg lehet, hogy imit amott vékony a réteg, Lehetett volna vastagabb is, persze az ember nem télen húzná a falat, hanem normális körülmények között. Az embereket is sajnálni kellene, Na meg a normát is ki kell hajtani. De hát mit magyarázzon ennek? Is úgysem érti meg. Der lassacskán megindul a pallón. Inkább a felvonót hozatná rendbe, kiáltja utána a brigadéros a fal tövéből. Mik vagyunk mi összvérek? Kézben hordani fel a salakblokkokat az emeletre. A hordásért külön fizetnek. Válaszol der onnan a pallóról, de már békülékeny hangon. Talicskával, fogjon csak egy talicskát, és próbálja feltolni a pallón! Sarogján számolják el! Azt hiszed, hogy én sajnálnám. A könyvelés nem engedné át a sarogján a normát. A könyvelés. Egész brigádot kellett beállítanom, hogy négy köművest ellásson át. Mennyit kereshettek ezen? A brigadéros kiabál, de közben szünet nélkül rakja a falat. Habárcsot! kiált lefele. Habárcsot! veszi át tőle a szócsóhó. A harmadik sort már mindkét oldalon befejezték, megkezdték a negyediket. A zsinort egy sorral feljebb kellene meghúzni, de hat maradjon egy sort valahogy zsinór nélkül is felhúznak. Der az üres térségen keresztül megy az irodába, egészen összehúzza magát. Az irodában majd megmelegszik alig hanem kényelmetlenül érzi magát. Jobban meg kellett volna fontolnia, mielőtt egy ilyen farkasra rohan, mint Gyuri. Pedig ha az ilyen brigadérosokkal jól megférne, semmi gondja se lenne. Neki nem kell törni a derekát, magas a fejadagja, külön háló fülkéje van, mi kell még? Csak ugrál, hogy fitoktassa az eszét. Lentről most jöttek fel, elmondják, hogy elment a villanyszerelők munkavezetője, elment a szerelő is, nem lehet megjavítani a felvonót. Így hát szipek egy tovább, mint egy összvér. Suhov már sok építkezést megjárt, mindenütt azt látta, hogy a gépek vagy maguktól romlottak el, vagy a rabok törték össze. Összetörték a gerendarakodó gépet is, a lánc közé egy vasat dugtak, úgy törték el. Gondolták, hogy addig pihennek, amíg áll a gép. Erre aztán a saját hátukon a szálfákat, majd beleroskadtak. Salakblokkot, salakblokkot üvölt magából kikelve a brigadéros, és küldözgeti a téglarakodókat meg a habarcshordókat az anyjuk keserhübe. Pavló azt kérdezi, mi legyen a habarcsal, kiabálnak lentről. Keverjetek! Egy fél ládányi még van itt készen. Keverjetek még egy ládával! Micsoda sürgés! Már az ötödik sort húzzák. Eleinte csak görnyedve lehetett rakni a falat, most már egészen mellig ér, ahogy elnézi az ember. De hát, hogy ne húznák gyorsan, amikor se ablak, se ajtó és nem kell hagyni. Két tömör fal és a salakblokk is itt van dögivel. A zsinort feljebb kellett volna kihúzni, de megint elkésett. A 82-es már elindult leadni a szerszámot, jelenti be Gopcsik. A brigadérosnak csak a szeme villan. Törődj a magad dolgával, te takonypóc! Hord a téglát! Suhov körülnéz, a nap már nyugovóra készül. Vörösen merül le a szürke ködben, pedig úgy belelendültek, hogy jobban se kell. Ha már belekeztek az ötödik sorba, be is fejezik. Kapcsoljunk csak rá. A hamarcsordók meg téglarakodók fújtatnak, mint a lovak, a kapitány arca már egészen szürke. A jól meggondoljuk, a kapitány már a negyvenedik évét tapossa. A fagy fokról fokra erősödik, a kéz dolgozik, de a kesztyűben az újakat mégis hasogatja a hideg. A fagy a bal nemes csizmában is belopódzik. Topok suhov, egy helyben, top top. Most már nem kell görnyedve húzni a falat, de annál gyakrabban kell lehajolni minden egyes tégláért, na meg minden kanál habarcsért. Hé, hey, fiúk, fiúk! Sürgetőket, jól églákat téglákat ide rakjátok a falra, ide, ide a falra, közelebb hozzám! A kapitán szívesen megtenné, de fogytán az ereje. Nincs még hozzá edzve, de Aljoska csak ennyit mond. Jó van, Iván Gyenyiszics, mutassa meg, hova rakja. Akármit kérjenek, Aljoskától sose mond nemet. Bár mindenki ilyen lenne ezen a földön. Sóvi szerette ilyen lenni. Miért ne segítsen annak, aki kér valamit? Ezeknél a baptistáknál ez már így van. Végig száll a órán a munkavégét jelző kolompolás, és jól hallják a hőerőműnél is. Váltás, pedig most hozzák majd a habarcsot. Eh, túl a dolgot. Gyerünk a habarcsal, gyerünk, gyerünk a habarcsal, kiáltja a brigadéros. Lent éppen most készültek el egy újabb ládával, így hát rakni kell a falat tovább nincs más választás. Ha nem kaparják ki a habarcsot a ládából, holnapra az egész pocsékba megy, a habarcs megkeményedik, és csákányal se verheti ki onnan az ember. Ne csüggedjetek, fiúk! Kiált fel soha. Kilgaz feldődött, nem szereti a roham munkát, de ő is rákapcsol, mit is tehetne mást. Pavló sarogjába fogva rohan fel lentről, kezében spatli. Ő is beáll falazni, most már öt simító lapát működik. Most már csak a sarkokat kell befejezni. Suhov szemmel felméri, melyik tégla felel meg az illesztékhez, és odadugja Arioskának a kalapácsát. Ne, ütögesd! A gyors munka, silány munka. Most, hogy mindenki rákapcsolt, Suhov lelassítja a tempót és megvizsgálja a falat. Székának bal oldalon egy kisé ferdére sikerült, nála meg a jobb oldalon ott a sarok felé. A most így hagyják, megrodjan a fal sarka, az pedig kész szerencsétlenség másnap jó fél napot ráfecsérelhetnek. Állj! Veszik ki Pavló kezéből a téglát, és maga igazítja helyre. És onnan pedig a sorokról nézze, úgy látszik, mint a szennykánál is fertén sikerülne. Odaugrik Szentkához, és azt a helyet is rendbe hozza két téglával. A kapitány, mint valami jó igásló, felvonszolja a sarogját. Még két sarogjával kiáltja fel, és ó, a kapitány majd leesik a lábáról, de azért húzza az igát. Bolcsóhovnak egy ilyen igáslova sokáig őrizte óvta, a végén mégis tönkrement, meg is nyúzták. A felső pereme is lassan lebukik a láthatáron. Most már Gopcsik figyelmeztetése nélkül is tudják, hogy a többi brigád nem csak a szerszámot adta le, hanem özöllik a kapu felé. A kongatás után senki sem mozdul ki, majd borond lesz ott kint fagyoskodni. Ott ülnek valamennyien a melegedőben, de van eset, hogy a brigadérosok összebeszélnek, és a brigádok egy időben özöllenek ki. De ha nem beszélnek össze, ezek a magasfejű rabok tovább üldögélnek egymásra várakozva, és ha hagynák őket, éjfélig is elüldögélnének ott a melegedőben. Ézve kap a brigadéros is, látja, hogy túl késő van. A szerszámlakatos alig, hanem már sűrűn emlegeti az anyját. Hé, kiabál! Nem sajnálom azt a szart! Téglahordók, eredjetek gyorsan, lekaparjátok ki a nagyládát, és amit kikapartatok, öntsétek ki abba a nagy gödörbe, takarjátok be jó vastagon, hóval, hogy ne látszódjék. Te pedig, Pavló, vegyél két embert, szedd össze a szerszámokat, és add le mi előbb. Gopcsikkal utánat küldöm a három spatlit, ha ezt az utolsó sarokját is kikapartuk. És gyorsan, Mozogni kezd mindenki. Suhoftól elveszik a kalapácsot, leakasztják a sinort. A téglarakodók meg a habarcsfordók rohannak le a habarcskeverőbe. Fent már semmi dolguk. Az emeleten csak a három kőműves, kilgász, klepsin meg suhov marad. A brigadéros ez alatt körbejár, nézi, mennyit húztak fel. Meg van elégedve. Jócskán felhúztunk mi. Fél nap alatt felvonó, meg minden egyéb figyfene nélkül. Suhov látja Kilgasz ládájában már kevés a habarcs. Közben Suhov szorokba gondol arra, hogy a brigadérost jól leteremtik a szerszám raktárban a simító lapátok miatt. Ide figyeljetek, fiúk! Eszmér fel, Suhov! A spatlikat adjátok oda Gobcsiknak, az enyém nincs benne a leltárban, azt nem kell leadni, majd egyedül befejezem. Nevet a brigadéros. Hogyan engedhetnének téged szabadon? A nélküled a börtön sírni fog. Suhov is nevet, de szaporán rakja a falat. Gilgaz leviszi a simító lapátokat. Szenyka most már Suhov keze alá adja a téglát. Kilgasz habarcsát is átöntötték a közeli ládába. Gopcsik már ott szalad a zónán át a szerszámraktár felé. Igyekszik utolérni Pavlót. A 104-es ott vanul már a téren, a brigadérosa nélkül. A brigadéros hatalom, de a kísérő őrség még nagyobb hatalom. A késve érkezetteket összeírják, és mehetnek a szigorítodba. Sűrű rajokban nyüzsögnek ott a kapuk körül. Ott vannak már valamennyien bizonyára a kísérő őrség is kijött, és már számlálja a rabokat kétszer számlálnak a kiáratnál, először zárt kapuk mögött, ebből tudják meg, ki lehet -e nyitni a kaput, másodszor, amikor kiengedik a rabokat a nyitott kapun. És ha úgy rémlik, hogy valami nincs rendben, akkor a kapon kívül újra számlálnak. Vigye a fene ezt a habarcsot, legyint a brigadéros. Önst ki a falon keresztül. Erígy, brigadéros, erígy rádott nagyobb szükség van. Suhov általában Andrei Prokofjevicsnek hívja, de most itt a munkában egyenrangúnak érzi magát vele, nem mintha azt gondolná, hogy na, egyenrangúak vagyunk, csak ösztönes súgja, hogy így van. És tréfálkozva kiállt a pallón széles léptekkel leballagó brigadéros után. Anyamaja törje ki, rövidez rövid ez a munkanap! Alig, hogy belekezd az ember már is itt a váltás! Kettesben maradnak a sükettel. Vele meg lehet beszélgetés nélkül, na meg nem is kell ide sok beszéd. Mindenkinél okosabb ember ez szó nélkül is megért mindent. Cuppog a habarcs. Cuppog a salaktégla. Oda nyomják, megnézik. Habarcs, salaktégla, habarcs, salaktégla. A brigadíros megmondta, hogy ne sajnálják a habarcsot, a maradékot öntsék át a falon és futás után. De hát Suhovnak olyan ostoba a természete, és ezt a nyolc évi rapság tudta kiverni belőle. Minden holmit és minden munkát sajnál, nem szereti a kárba vész. Habarcs, salaktégla, habarcs, salaktégla. Végeztünk, az anyját neki kiabál a Gyerünk! Megragadja a sarogját rohan le a palló. Suhov nem állja meg, azzal sem törődne most, ha az őrség ráúszítaná kutyákat. Gyorsan hátra szalad, megszemléli a falat. Jól van. Aztán oda szalad, áthajol a falon, jobbra néz, balra néz. Eh, a szeme akár a szintező. A fal zsinór egyenes, még nem vénül a keze. Szalad le a pallón. Szenyka ekkor ugrik ki a habarcs és fut le a lejtő. Na-na-na-na-na, hordul hátra. Szaladj, mindjárt megyek, innek is uhov. Befordul a habarcskeverő helyiségbe. A spatlit nem lehet csak úgy otthagyni. Talán holnap kiseviszik a munkára, talán a brigádot másnap a közszolgáltatási telep építéséhez vezénik. Talán egy fél éven belül se kerül ide-visszát, hagyja elveszni a simító lapátját. Ha már megbogázták, meg is tartja. A habarcskeverőben már eloltották a tüzet. Vaksötét van körös körül. Szörnyű. Nem az a szörnyű, hogy sötét van, hanem az, hogy már mindenki elment, egyedül ő fog hiányozni a kapunál, és ezért az őrség majd jól elveri. Hürgén körülnéz, egy jókora követ pillant meg az egyik sarokban, félrelöki, odadugja a simító lapátját, és betakarja a kővel, már rendben van. Most aztán gyorsan utol kell érni Szenykát, az már vagy száz lépéssel megelőzte, de tovább nem megy, ott áll és várja. Klepsin sose adná egyedül a bajban. Ha valamiért felelni kell, hát együtt felelnek. Most már egymás mellett szalad a kicsi meg a nagy ember. Szenyka másfél fejjel magasabb suhovnál, de a feje is jó nagyra nőtt. Akadnak léhűtők, fene érti őket, akik jó szántukból futnak versenyt a stadionban. Ha egyszer azokat a nyavajásokat egy hosszú munkanap után így, görnyedt háttal, nyirkos kesztyűben, agyon foltozott nemes csizmában, és méghozzá ilyen fagyban megszalajtanák. A kapu felől veszett kutyafalka üvöltés fogadja őket, és más se hallani. Hú, hú, hú! A brigadéres ott van a kapunál nagyban magyaráz, és rohannak egyenesen a tömeg felé. Szörnyű. Egyszerre száz meg száz torok harsogja felék, egy nagy izét az anyádba, az apádba, a szádba és mi egyebedbe. Hát hogy ne lenne szörnyű, ha egyszerre 500 megvadult ember szabadul rád. A fő dolog azonban, mit mond az őrség? Az őrség semmit sem mond. Itt van a brigadéros is, az utolsó sorban. Úgy látszik, mindent megmagyarázott, Magára vette a késést, de a rabok üvöltenek, a rabok káromkodnak. Úgy ordítanak, hogy még szennyka is meghal egyet-mást. Összeszedi a bátorságát és kihúzza öles termetét. Egész életében hallgat, de ha egyszer elordítja magát, hát jaj! Fölemeli öklét, mindjárt nekik roham. Elnémultak, egyesek nevetnek. Hé! Száz négyesek, hisz ez nem is süket, kiabálják. Most már ellenőriztük. Valamennyien nevetnek a kísérő őrök is. Ötösével sorakoz! A kaput azonban nem nyitják ki. Saját magukban sem bíznak. A kaputól hátrább tuszkolják a tömeget. Az ostobák valamennyien ott tolonganak a kapu körül, azt hiszik, hogy így hamarabb végeznek ötösével sorakoz. Első, második, harmadik, a leszámolt ötös sor néhány lépést előre megy. Suhov ez alatt kifújja magát, körülnéz, barátocskám, közben a komor bíbor ködbe burkolt, hold is felkúszott az égre. Már fogyóban van, ászányekes keservit. Tegnap ebben az időben jóval feljebb állt. Suhovot jókedve derít, hogy minden símán ment, oldalba böki a sorhajó kapitányt és a hold feléint a fejével. Ide figyelj, kapitány! A ti tudományotok szerint hová lesz a régi hold? Hogy, hogy hová? Mekkora a tudatlanság? Egyszerűen nem látszik. Suhov nevetve csóválja a fejét. Ha nem látszik, akkor honnan tudod, hogy van? Szerinted talán minden hónapban vadonatúj hold van, képed el a kapitány. Mit csodálkozol ezen? hiszen nap-nap után születnek az emberek, hát négy hetenként egyszer hold ne születhetne. Tűp. A kapitány köpedjet, még életemben nem láttam ilyen ostoba matrózt. Aztán mi lesz a régivel? Hát épp azt kérdezem tőled, hogy hová lesz? Sohov kivillantja a fogát. Na, hová? Sóhajt so, egyet és kis és sejpítve kijelenti: Nálunk azt mondogatták, az öreg holdat az Isten csillagokra aprítja fel. Hát, <laughs> akár a vad emberek, nevet a kapitány. Ezt még sose hallottam. Te sohov, te még az Istenben is hiszel? Miért? Csodálkozik Suhov. Próbál csak ne hinni, ha dörög az ég. S miért teszi ezt az Isten? Micsorát? Miért aprítja csillagokra a holdat? Mi ezen az érthetetlen? rándítsu hova vállán. Idővel a csillagok lehullanak, pótolni kell őket. Fordulj előre, az anyád üvölt rájuk az őr. Sorakoz. Az ellenőrzés már egészen hozzájuk ért. Leszámlálták a 92. sort, és utána csak ketten maradtak sereghajtónak, Bujnovszki, meg Suhov. A kísérő őrség zavartan számolgat a kis deszkán. Hiány van, már megint hiány van náluk. Legalább számolni tudnának. Leszámoltak 462 ember, de azt mondják, 463-nak kellene lenni. Megint visszakergetik az embereket a kaputól, ismét ott tolonganak a kapu körül, és ordítoznak. ötösével évvel sorakoz! első, második. Ez a többszöri számlálás azért is bosszantó, mert nem a kincstári, hanem a saját idejük rovására megy. És milyen sokáig tart, amíg a sztyeppén keresztül a táborig elván szorognak. na meg a tábor előtt kivárják a hippist. A különböző objektumokról hazatérő rabok futva rohannak, hogy megelőzzék egymást, hogy korábban átessenek a hippisen, és korábban surranhassanak be a táborba. Fejedelmi módon élhet az a csoport, amelyik elsőnek kerül be a szöges drót mögé. Ott várja az étkező, ő az első a csomagkiadónál, meg a csomagőrzőnél, az egyéni konyhánál elsőnek jut be a kulturális nevelési osztályozza levelekét, vagy azért, hogy a maga levelét leadja a cenzúrának. Első az ambulatóriumban, a borbénál, a fürdőben, mindenütt ő az első. Megesik, hogy a kísérő őrség is siet leadni a foglyokat, hiszen akkor ők is mehetnek a laktanyájukba. Az őröknek sincs aranyéletük, sok a dolguk, kevés az idejük, és íme megint nem egyezik a létszám. Az utolsó ötös sor leszámlálása után Suhovnak valahogy úgy rém hogy a végén hárman maradnak, de hát nem, megint csak ketten vannak. A számláló őrök deszkával a kezükben oda mennek a kísérő őrség parancsnokához. Összesúgnak, búgnak, az őrség parancsnoka oda kiabál. 104-es brigadéros! Gyurin fél lábbal kilép. jelen. A tieidből senki sem maradt ott a hőerőműnél. Gondolkoz. Nem. Jól gondold meg, a fejedet veszem érte. Nem, pontosan tudom. Közben Pavlóra Sandit nem aludt el valamelyikük ott a habarcs keverőben. Sorakoz! Brigádok szerint kiabál az őrség parancsnoka. Eddig össze visszaálltak ötösével, ahogy jött. Most az egész tömeg zajongva nyüzsög. Ott kiabálnak. 76-os, ide hozzám! Amott meg 13-as, ide! Amere meg 32-es, a 104-esek úgy is maradtak, ahogy voltak, a sor végén egy csoportba verődve. Látja, soha a brigád ott áll teljes létszámban, üres kézzel. Annyira belemerültek a munkába ezek az ostobák, hogy egy forgácsot se szedtek össze. Csak két embernél van egy-egy vékonyka köteg. Ez a játék napról napra folyik. Váltás előtt a sítesek mindenféle forgácsot, léc- meg zsindei hulladékot szednek össze, egy vékony ronydarabbal vagy valami hitvány zsineggel nyalábba kötik és viszik. Az első motozást a fő munkavezető vagy valamelyik munkavezető végzi el itt a kapunál. Ha valamire való fanyagot találnak, ledobatják velük az egészet, eddig milliókat fecséreltek el, és azt hiszik ezekkel a forgácsokkal majd bepótolják. A raboknak is megvan a számításuk, a minden brigádtak legalább egy kevés fahulladékot visz, melegebb lesz a barakban mert hát a naposoknak csak 5 kg szénport adnak egy napra kájhánként, ettől aztán hiába várnák a meleget. Ezért hát a fadarabokat rövidre tördelik, és a muslát alá Így játsszák ki a fő munkavezető éberségét. A kísérő őrség az objektumon soha nem dobatja levelük a fát, az őrségnek is szüksége van fára, de ők nem cipelhetik maguk. Nem csak azért, mert tiltja az egyenruha tekintéje, hanem azért is, mert a géppisztolyt kell közben tartaniuk, hogy a rabokra lőhessenek, ha kell. A kísérő őrség már otthon, a tábor kapuja előtt kiadja a parancsot, ettől meg ettől a sortól kezdve a fát ide ledobni, ezt elég szeliden csinálják, de hát hagyni kell valamit a táboris masszereknek is, no meg a foglyoknak is, mert különben abba hagynák a fahordást. Mi következik ebből? hoz fát fogoly, hoz minden nap. De mikor észvel a barakodig, és mikor veszik el tőled, azt sohasem tudod. Soha fürkészek körülnéz, nem akad-e valami fadarabot a közelben, alatt a brigadéros már megszámolta őket, és jelenti az őrség parancsnokának. A 104-es teljes létszámban megvan. Cézár is itt van. Ő is idejött az irodások csoportjából. Vörösen nézik a pipájában a parázs, déllepet a fekete bajusza. A kapitányhoz fordul. Na, kapitány, hogy van, kérdi. A jól lakott ember nem érti meg az éhezőt. Felesleges kérdés, hogy van? Hát, hogy lehetnék? vonja fel a vállát a kapitány. Nagyon dolgoztam magam, alig tudok kiegyenesedni. Jobban tennéd, ha megkínálnál szívni valóval, mondja a tekintete. Cézár meg is kínálja. A brigádban egyedül a sorhajó kapitányjal van jóban, mással nem igen tudja kibeszélni magát. A 32-esből hiányzik egy ember. A 32-esből zajognak minden felől. A 32-es segédbrigadérosa már rohan is egyik embere kíséretében az autójavító műhely felé keresni az emberét. A tömegen végig hullámzik a kérdés, ki az, ki az, hogyan. Suhov is meghallja az az alacsony fekete moldovai hiányzik. Melyik is az a moldovai? Csak tán nem az, akiről azt rebesgetik, hogy román kém volt, méghozzá igazi kém. Mert hát Akadit kém jócskán, Legalább öt ember brigádonként, de ezek mind mondva csinált kémek, nem igaziak. Az ügyiratokban, mint kémek szerepelnek, pedig csak egyszerem volt hadifoglyok, suhovis ilyen kém. Tehát ez a moldvai az igazi kém. Mikor a kísérő őrség parancsnoka a névsorra pillant, egészen elfeketedik. Ha egy kém megszökik, mit kap akkor az őrség parancsnoka? A dű elharapódzik, magával ragadja a tömeget, és a többiekkel együtt suhovat is. Mert igaz is, micsoda ajas csirkefogó dög, ronda strici az az ember. Már egészen besötétedett, csak a holdvilágit a csillagok is feljöttek, az éjszakai facsak úgy hasogatja az ember hátát, és az a rohadt kém meg eltűnt. Vagy kevés volt a munka annak a dögnek, talán rövid a 11 órás látástól vakulásig tartó kincstári munkanap. Ha kevés, majd megtolja az államügyész. gyész, vár csak. Suhov csodálkozik, hogy hogyan dolgozhat valaki úgy, hogy a munka végét jelző kongatást se hallja. Suhov elfelejt, hogy alig rövid negyed órával azelőtt még ő is ugyanúgy dolgozott. Bosszankodott, hogy túl korán gyülekeznek már a kapunál. De most ott a fagy akár a többit, és ő is acsarkodik, akár a többi, és ha ez a moldovai még egy fél óráig visszatartja őket, és az őrség a tömeg kezére adná, úgy szétszakítanák, mint a farkas a borjut. Most kezd csak igazán csípni a hideg. Senki sem áldogál egy helyben, vagy topog, vagy egy-két lépést tesz fel alá. Egymás közt tanakodnak, vajon megszökhetette a moldovai. Napközben még valahogy megszöked, de ha elbújt és arra vár, hogy az őrtoronyból is lejöjjön az őrség, azt hiába várja. Ha szöges drót kerítés alatt a gyomokból nem találják meg hol bújt át, akkor ha kell, akár három napon át is keresik itt a zónában, és ez alatt az őröket sem váltják le az őrtoronyból. De ha kell, egy álló héten át is ott tartják, mert hát így írja elő nekik a szabályzat, a régi rabok ezt jól tudják. Általában, ha valaki megszökik, a kísérő őrséget is agyon hajszolják, étlen, szomjan. Olyankor azok szinte megvesznek dühükben, és az elfogott szökevényt sose hozzák vissza élve. Cézár közben a kapitánnyal beszélget. Emlékszik például, amikor a cvikker fennakadta kötélzete? Hát igen. A sorhajó kapitán szívja a cigarettáját. Vagy a gyerekkocsi, ott a lépcsőn, gördül, gördül lefelé. Igen, csak hát a tengerész életet egy kisé bábszínház szerűen mutatja be. Tudja, a modern filmtechnika egy kisé elkényeztetett bennünket. S a húsban akkora kukacok gyűzsögtek, mint a földi giliszták. Hát a valóságban léteznek ilyenek, de hiszen kisebbeket a film eszközeivel nem lehetett volna érzékeltetni. A beszélgetésben Eisenstein világírű filmjéről a patyomkin cirkálóról van szó. Azt hiszem, ha az apró halak helyett ezt a húst hoznák nekünk ide a táborba is, mosatlanul beledobnák az üstbe, anélkül, hogy lekaparnák, hely, de szívesen megennénk. Áh, ah, áh, ah, üvöltenek föl a fegyencek. Hú, Hú, látják, három ember fordul ki az autójavító műhely épületéből, így hát a Moldova is ott van. És ahogy közelednek, már záporozik a szitok. Rohadék, ganaj, szemét, nyomorult, ocsmány, dög, dög, suhov velük kiabál, rohadék. Mert hát nem tréfa dologám elrabolni 500 embertől egy fél órát. Fut a moldovai, mint egy kisegér fejét a vállak közé húzza. Áj! kiált rá az őr, és már írja is. K460! Hol voltál? És közelebb lép hozzá, emeli rá a karabétusát. A tömeg egyre ordi. Csirkefogó, hányadék, nyomarult! De amikor az őrmester a karabét felemeli, a többség elhallgat. A moldovai hallgat behúzza a fejét, és hátrál az őr elől, a 32-es segédbrigadéros előáll. Ez a dög felmászott a vakoló állványra, tőlem bújt el, és ott a melegtől elaludt. S öklével egy jót az orrába, egyet meg a kobakjába. Ezzel egyúttal megmenti az őrtől. A moldovai megtántorodik, és ekkor kiugrik egy magyar a 32-es brigádból, és jól fenéken billenti, egy jó nagyot rúg a hátuljába. Ez bizony nem kémkedés, láthatod. Kémkedni a bolond is tud. A kémnek vidám arany élete van, de próbálj csak fegyenc táborban tíz évet lenyomni. Az őr leengedi a karabéját. Hát a kaputól. Ötösével sorakoz. Ordít az őrség parancsnoka. Ezek a kutyák újra számlálnak. Mi a fenének számlálnak újra is, enélkül is minden világos. Felzúgnak a foglyok a moldovairól, egész dühük az őrség felé fordul. Zúgnak és nem hátrálnak a kaputól. Mi ez? Művölt az őrség parancsnoka. Leültesselek benneteket a hóra? Leültetlek én? reggelig itt tartalak benneteket. Hát ez képes is rá. Megteszi. Nem egyszerű tették így le az embereket, sőt, az is megesett. Feküdj! Golyószórót, lövésre készem! Megesett itt már minden. Tudják ezt jól, rabok, és lassacskán visszahúzódnak a kaputól. Hát, ráb! Hát, Menj, dörög, a kísérő őrség. Igaz is, mi a fenének tolonganak ott a kapunál ezek a csirkefogók? A hátsók dühöngenek azokra, akik állnak, és lassan hátrálnak a nyomás alatt. Ötös évvel sorakoz, első, második, harmadik, a hold már teljességében ragyog. Ragyog, a bíbor fény is lefoszlott róla. Most már fenn van a pályája negyedén, kárba veszett az este, átkozott moldovai, átkozott őrség, átkozott élet. Az első sorok már túl vannak a számláláson, és most lábújhegyre állva fordulnak hátra. Nézik, hányan maradnak az utolsó sorban, ketten vagy hárman. Most ettől függ egész életük. Súhovnak úgy rémlik, hogy négyen haladnak az utolsó sorban, szinte megdermett a félelemtől egy felesleges ember. Újra kezdik a számlálást. De csak az a sakál Fetyukov maradt hátra, kikonyarálta a csikket a kapitánytól, s nem lépett vissza idejében a saját ötös sorába, és ezért lettek többen leghátul. A kísérő őrség parasztok helyettese dühében jól nyakon vágja Fetyukovot. Helyes. Az utolsó sorban három ember egyezik. Hála Istennek. Hát ráb a kaputól, dörög megint a kísérő őrség. A rabok most nem sörtölődnek, látják, az őrök már mennek kifelé, és körülveszik a kapon túli teret. Ez azt jelenti, hogy kiengedik őket. Nem látni egyetlen egy szabad munkavezetőt se, a fő munkavezető sincs, ott vihetik nyugodtan a fát. A kapu kitáról és a kapun túli gerendakorlát mellett áll az őrség parancsnoka, meg az ellenőr újra számolnak. Első, második, harmadik, ha most is egyezik, az őrtoronyból is leváltják az őröket. De mennyit kell menni azoktól a távoli őrtornyoktól? Amikor az utolsó rab is elhagyja a zónát, és ha a létszám is egyezik, akkor telefonálnak csak fel valamennyi őrtoronyba leszállni. Ha az őrség parancsnokának van esze, a számlálás után azonnal megindítja a menetet, és jól tudja, hogy a raboknak nincs hová szökniük, és a toronybeli őrök majd csak utolérik őket. De az őrség parancsnoka ostoba akkor fél, hogy kevés embere marad a rablók ellen, és vár. A mai őrségparancsnok is az ilyen mamlaszok közé tartozik. Vár! A rabok egész nap kint fagyoskodtak, halálosan átfáztak, és még a munka után is egy teljes órát kell itt átsorogniuk, dideregniük. De nem is annyira a fagytól, mint a dütől remegnek. Az este kárba veszett, semmire sem marad idejük ott bent a zónában honnan ismer ilyen jól az angol hadiflotta szokásait? Hallatszik a kérdés a Suhov előtti ötös sorból. Tudja, több mint egy hónapot töltöttem egy angol cirkáló. Külön kabinom volt. Összekötő tiszt voltam az angoloknál. Én kalauzoltam a tengeri konvojt. És képzelj el, jóval a háború után az az angol tengernagy hogy az ördög vitte volna el ajándékot, küldött nekem emlékbe. Hálám jeléül. Egészen elképettem, de el is átkoztam. Emiatt kerültem ide ebbe a társaságba, mert hát nem nagy öröm együtt lenni ezekkel a benderistákkal. Furcsa. Furcsa, ha az ember így elnézi a sívár csupasz cseppét, az elhagyott zónát és a holdfényben sziporkázó havot. A kísérő őrség már elfoglalta a helyét, tíz lépésnyi távolságra egymás mögött, lövésre kész fegyverrel. Sorakozik a rabok fekete nyája, és köztük ugyanilyen fekete buslátban az SC 311-es fegyenc, akinek arany nélkül szinte elképzelhetetlen volt az élet. Az angol tengernaggyal komázott, és most itt fetyukovval cipeli a sarokját. Az ember sorsa alakulhat így is, meg úgy is. Na végre a kísérő őrök összegyűltek, az imádság most elmarad. felhassan a parancsnok hangja, lépésben indulj, gyorsabban. Frász neki, gyorsabban. Aki legutolsónak marad, annak nem érdemes sietni. A rabok, mint tudják, annélkül, hogy összebeszéltek volna, itt ti noszogattatok bennünket, most meg majd mi tartunk vissza benneteket. Mert nektek is jó lesz egy kis meleg. Kilépni, kiabál az őrség parasztoka. Ott elől kilépni, fenét belét kilépni. Egyenletes vontatott lépésben vonulnak a rabok, mint egy temetési menet. Nincs veszteni valójuk. Úgyis utolsónak kerülnek a táborba, nem akartatok velünk embermódra bánni, most aztán kiabálj, akár meg is szakadhatsz bele. A kísérő őrség parancsnoka egy darabig ordítozott kilépni, végül megértette, nem mennek ezek a rabok gyorsabban. Nem lövethet belejük, ötösorban felzárkózza mennek. A kísérő őrség parancsnokának nincs elég hatalma, hogy gyorsabb lépésre ösztökélje a rabokat. Reggel a csak azzal mentik magukat, hogy lassan vonulnak a munkára. Aki a táborban gyorsan szalad, az nem éri meg az ítélet idejének a végét. Kifullad, összeesik. Így mennek. Egyenletes, akkurátus lépésekkel. Lábuk alatt csikorog a hó. Van, aki halkan beszélget, van, aki csak némán megy. Suhov arra gondol, mi az, amit reggel nem tudott elintézni a táborban. Eszébe jut az ambulatórium. Hát nem csodálatos, munka közben egészen elfelejtkezett az ambulatóriumról. Ott éppen most folyik a rendelés, még idejében odaér, ha nem vacsorázik, de úgy érzi, most semmi sem hasogat. Láza, meg úgy se lesz. Kár az időért. Kilábolt a bajából orvos nélkül is, hisz az orvosok legfőjebb a koporsóba juttatják az embert. Nem az ambulatórium lebegett most előtte, hanem az, hogy hogyan szerezzen valami pótlást a vacsorához. Egyetlen reménye, hogy Cézárma csomagot kap, hiszen már régen esedékes. A menetoszlopot, mintha hirtelen kicserélték volna, imbolyogva lendült meg. Már nem lépdeltek egyenletesen, remegés futott végig a tömegen, felzúgtak, de úgy felzúgtak, hogy a sereghajtó ötös sor köztük Suhov is alig tudta az előtte lévőket utolérni, futni kezdtek utánuk. Hol lépésre váltanak, hol megint nekira mondtak. S hogy a menet vége a domb csúcsára ér, tőlük jobbra Suhov megpillantja a messzis cseppén feketélő másik menetoszlopot, Rézsult halad az ő oszlopuk felé, és bizonyára azok is észrevették már őket, mert szintén futni kezdtek. Ez csak is a gépgyárból jövő meretoszlop lehet, vagy háromszáz ember. Úgy látszik, azok is rossz napot fogtak ki, őket is visszatartották. Vajon miért? A a gyakran a munka miatt tartják vissza, valamelyik gépet nem javították meg időre. De azok fel se veszik, hiszen egész nap melegben vannak. Na most dől el, kiér oda hamarabb. Futnak, a rabok futnak, ahogy bírnak. Az őrök is futásnak erednek, csak a parancsnokuk kiabál szakadatlanul. Térközt tartani, ott hátul felzárkózni, felzárkózni. Mit ugatsz ott, hogy csapna beléd a mennykát? Tehát nem zárkózunk fel, nem igyekszünk. Mindenki elfelejtett, hogy miről beszélt, hogy mire gondolt. Az egész menetoszlopot csak egy érdekli, utolérni, megelőzni és minden összekeveredett. Az édes a keserűvel, az őrség sem ellensége többé a raboknak, hanem barátja, az ellenség az a másik menetoszlop, abott. Egy csapásra felvidultak valamennyien, a dühük is elpárolgott. Na, gyerünk, gyerünk, kiáltják hátulról az első sorok felé. A menetoszlop már bent jár a telepen, a gépgyáriakat ott hátul eltakarja a lakótelep megindul a verseny a sötétben. Az út közepén kavarog a 104-es menetoszlop, és az örök két oldalról szintén noszogatnak, mert hát most meg kell előzni a mazokat. Már csak azért is igyekezni kell, mert a gépgyárjakat mindig sokáig motozzák a kapu előtt. Azóta van ez így, amióta több gyilkosság történt a táborban, és a parancsnokság megvan győződ, hogy a kések a gépgyárban készülnek, onnan csempészik be őket a táborba. Ezért motozzák a gépgyárjakat olyan alaposan, amikor visszatérnek a munkából. Késő ősszel pedig a föld olyankor már jéghideg, valamennyinek megparancsolták gépgyárjak lehúzni a cipőt, a lábbelit kézbe venni. Így mezitláb motozták őket. Most akár vagy akár nem szúró próbát csinálnak. Hé, te ott! Húzd csak le a jobb lábadról a nemes csizmát, te pedig a bal csizmát húzd le! Lehúzza a sittes a csizmát, és ott ugrándozik fél lábon, amíg ki nem forgatják a nemes csizmáját, ki nem rázzák a kapcáját. Hát, ha ott a kés. Show azt is hallotta, persze nem tudja igaz-e vagy sem, hogy nyáron a gépgyárja két röplabda háló tartó oszlopot húztak be a táborba, és ezekbe sok kés dugtak el. Mindegyikbe tíz darab hosszú kést. Azóta nagy ritkán itt-ott találnak is a táborban ilyen késeket. Futólépésben haladnak el az új klubhelyiség előtt, a lakóházak meg a fa megmunkáló üzem mellett, és már be is fordulnak a tábori kapuőrséghez vezető útra. Hú, 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 zúg az egész menetoszlop egy emberként. Elérték a célt, elsőnek értek a két út találkozójához. A gépgyárjak jobb felől 150 méternyire elmaradtak tőlük. Most már nyugodt léptekkel mennek tovább. Jókedvű az egész menetoszlop, olyan nyuszi öröm az övék, lám a békák még tőlünk is félnek. Már itt a tábor. Éppen olyan, ahogy reggel elhagyták. Sötét éjszaka, a tömörkerítéssel övezett zóna megvilágítva, de különösen a kapuőrség körül éles a fény, az egész térség szinte nappali világosságban fürdik a hippis miatt. De még a kapu előtt egy pár lépéssel... Állj! kiállt a kísérőőrség helyettes parancsnoka. Géppisztolyát átadja az egyik őrnek, oda megy közel a menetoszlophoz. Géppisztolyjal nem szabad nekik a foglyok közelébe lépni. Akinek jobb oldalt tüzelő van a kezében, jobbra dobja. Egész nyíltan hozták, mindent jól lát. Repül az egyik csoma, a másik, a harmadik, egyesek szeretnék eldugni a sorok között a kötek fájukat, de a többiek rájuk mordulnak. Miattad a többiektől is elveszik, dobdod a szépszerivel. Ki a sittes fő ellensége? A másik sittes. Hely, ha a foglyok nem marakodnának egymás között, mi lenne itt? Indulj, kiáltja a kísérőrség helyettes parancsnoka, és megindulnak a kapuhoz. A kapuhoz öt út vezet, egy órája még itt feketén lett a különböző munkahelyekről érkező nép. Ha itt az utak mentén majd felépülnek a házak, és utcák lesznek, akkor a mostani kapuőrség és a hippis mai helyén terül el a jövendő város főtere. És ahogy most az objektumokról özönlik ide a nép, úgy fognak ide özönleni a május elsőjei felvonulásokon. A smaszterek megmelegedtek a kapuőrségen, már jönnek is elő, és felállnak keresztben az úton. Kigombolni a buslátot, kinyitni a pufajkát már motoz a kezük, szinte átölelik az embert hippis közben. Megtapogatják az ember oldalát, akár csak reggel, ugyanúgy. Most nem szörnyű kigombolkozni, hazamegyünk. Valamennyien így mondják, haza. A másik otthon eszükbe se jut egész nap. A menetoszlop eleje már túl van a hippiser, amikor Suhov oda megy Cézárhoz. Cézár Markovics. A kaputól egyenesen a csomagkiadóba szaladok és sorba állok. Cézár soha felé fordul, fekete tömör bajusz alján fehér lepi el a dél. Minek állna, Iván Gyeniszics? Talán nem is jött csomagom. És ha nem jött, hát akkor se törik le a lábam. Várok magára tíz percig, ha nem jön, megyek a barakba. Sóf közben arra gondol, ha nem Cézár, jön valaki más, akinek eladhatja a sorát. Cézáron látni, mennyire sóvárok már a csomag után. Jól van, Iván Gyenyiszics, szaladj, állj sorba. Várj rám tíz percig, de ne többet. Már-már ők következnek a hippisnél. Ma a sóvnak nincs mit rejtegetni, a félelem nélkül közeledik. Komotosan gombolja ki a buslátot, a hevederővel összefogott pufajkát is szétnyitotta. Noha nem emlékszik, hogy ma valami tiltott dolog lenne nála, de a nyolc esztendős rapság ösztönös óvatosságra szoktatta. Nadrág zsebébe dugja a kezét, minden esetre megnézi, nincs -e ott valami, pedig tudja, hogy üres. De ott van az acél fűrészpenge letört darabja. Az a fűrészpenge, amelyet jó gazdamódjára ma felszedett ott a munkahelyen, és amit eredetileg esze ágába se volt magával vinni a táborba. Nem akarta magával hozni, de most, hogy mégis itt van, végtelenül sajnálná eldobni. Ebből egy jó késpengét lehet majd köszörülni. Elsütheti akár a cipész, akár a szabó műhelyben. Ha magával akarta volna hozni a táborba, akkor el is dugta volna. Most már csak két sor van előtte, az egyik már el is vált, és felsorakozott a motozáshoz. Villám gyorsan kellett döntenie, vagy az utolsó sor mögött észrevétlenül bedobja a hóba, ahol később ugyan megtalálják, de nem fogják tudni ki, vagy becsempészi. Ezért a pengért, ha késnek minősítik, tíz napi szigorítottat akaszthatnak rá. De milyen jó dikicset csinálhat belőle, az pedig keresetet, kenyeret jelent. Sajnálja eldobni, és soha bedugta a vattás kesztyűbe. Most már az utolsó sort szólítják a hippishez. A nappali megvilágításban immár csak hárman maradtak, Szenyka, Suhov, és a 32-es brigádból az a fiú, aki a moldovai után futott. Hárma maradtak szemben velük, azonban öt felügyelő áll, tehát úgy ügyeskedhet, hogy jobbról bármelyiket választhatja. Só nem azt a piros fiatalt választja, hanem a deres idősebbiket. Öreg, tapasztalt smasszer, és ha akarja, könnyen megtalálhatja nála a pengét, de éppen mert öreg, Bizonyára torkig van az egész szolgálattal. Sohoff közben lehúzza mind a két kesztyűt, az üreset meg azt is, amelyikbe a pengét dugta, és az egyik markába szorítja őket. Az üres kesztyűt jól szétnyitotta, és ugyanabba a kezébe fogja az öfként szolgáló zsineget, egészen kigombolja a pufajkát, készségesen tartja szét a busztát meg a pufajka két szárnyát, Sose volt ennyire szolgálatkész a hippisnél, de most mutatni akarja, hogy nincs rejteni valója, nyugodtan motoszhatják, és a parancs elhangzása után a deres bajuszúhoz lép. A deres bajuszú felügyelő kitapogatja Sóv mindkét oldalát a hátát, megtapogatja kívülről a zsebét, tapogatja, de semmit se érez, marokra fogva ropogtatja a pufajka meg a buslát szegélyét, körös körül, ott sincs semmi, és már-már elengedte, amikor a biztonság kedvéért még a nyitott kesztyűjét is megropogtatja, az is üres. Míg a felügyelő szorítja a kesztyűt, sohov egész belsejét harapó fogók szorítják. Egy ilyen szorítás a másik kesztyűn, akkor leégett, mehet a szigorítottban napi 30 a kenyéren és harmadnaponkénti melegételem. Már elképzelte, hogy fogy el lassan az ereje az éjségtől, és mennyire nehéz lesz visszanyerni ezt a mostani szívós, nem is kiéhezett, de nem is jól lakott állapotát. És őszinte mély áhítattal fohászkodott magában, Uramisten, ments meg, ne engedd, hogy szigorítottba kerüljek. Ezek a gondolatok cikáztak át agyán, míg a felügyelő az üres kesztyűt szorongatta, és már emelte kezét, hogy a másik kesztyű után nyúljon, egyszerre két kézzel tapogatta volna a suhova kesztyüket, nem egy kézben tartotta volna. De ekkor fölcsattant a fős masszer hangja, aki úgy látszik szeretett volna már túl lenni az egészen. Vezessétek ide a gépgyáriakat, kiáltotta a kísérő őrség felé. És a deresbajuszú felügyelő ahelyett, hogy Suhov második kesztyűje után nyúlna, legyint egyet, erigy és elengedte. Suhov futva igyekszik utolérni társait. Azok már ott állnak ötösével a vásártéri lóállásokra emlékeztető hosszú gerendakorlátok között, amelyek karámként veszik körül a menetoszlopot. Könnyedén fut, a lába a földet sem éri, és csak azért nem mond el még egy imád hálából, mert nincs rá ideje, na meg most már ez nem is helyén való. A menetoszlopot kísérő őrség helyet ad, a gépgyárja kísérőinek félreáll, most már csak a parancsnokára várakozik. A hippis előtt eldobált fakkötegeket az őrök már összeszedték, és a hippisnél a felügyelők által elkobzott tüzelő is ott tornyosul, a kapuőrség mellett. A hold egyre feljebb hág, és a fehéren csillogó éjszakában egyre csípősebb a fagy. A kísérő őrség parancsnoka megindul a kapu őrség, ez, hogy átvegye a 463 főről szóló nyugtát, közben mond valamit Volkovoj helyettesének, Prehának, aki hangosan a foglyok felé kiállt. K-460! A meretoszlop sűrűjében megbújt moldovai nagyot sóhajt, és odalép a jobb oldali korláthoz. Lehorgasztott fejét most is mélyen a vállak közé húzza. Ide gyere, mutat Priha a lóállás mögé. A moldovai megkerüli a korlátot, ráparancsolnak, kulcsolja hátra a kezét, és álljon úgy. Így hát szökési kísérletet varnak a nyakába, a szigorítottba viszik. A jobb meg baloldali korlátnál álló két kapuőr lassan szétnyitja a három ember magasságnyi kaput, és felharsan a parancs. Ötösével sorakoz! Itt nem kell már kiabálni, hátrább a kaputól. Minden kapu a zóna felé nyílik, nehogy a rabok tömege belülről nekifeszülve kifordíthassa a sarkából. Első, második, harmadik. Az egész hosszú napon át szélben, fagyban, didergő, kiéhezett fogoly, az esti ellenőrzésnél a táborkapuban a úgy sóvárog a forró, üres káposztalevesből álló vacsorájára, mint tikkat föld az esőre. És az utolsó cseppig magába szívja: Ez a kanál drágább neki a szabadságnál, drágább az egész eddigi és az egész jövendő életénél. A sítes úgy vonul be a táborkapon, mint hadjáratból hazatérő harcos, koppanó léptekkel, acélos lendülettel, félre az útból mindenki. A parancsnoki barak előtt álló lógósoknak szörnyű nézni a beözölő foglyok áradatát. Reggeli fél héttől, attól kezdve, hogy elhangzott a munkára hívó kongatás, csak az esti ellenőrzés lezajlása után válik szabaddá először a fegyensz. Túljutottak a zóna nagykapuján, túljutottak a zónasávi kiskapun is, már ott vonulnak az utatövező korlát között, azon is túljutnak, és szétszélednek ki hová. Ki hová? De a brigadérosokat már tessék el is a munkaügyi. Brigadérosok a TTO-ba! Suhov már rohan is el a szigorított mellett, rohan a barakok között a csomagkiadóba. Cézár, hogy tekintélyén csorban elség kimértem megindul a másik oldal felé. Ott már sokan tolonganak az oszlopra kifüggesztett hirdető deszkán, tinta felírva sorakozik azoknak a neve, akik ma csomagot kaptak. A táborban alig-alig írnak papírosra, legtöbbnyire inkább kis furnérlemezre jegyeznek mindent. A lemez keményebb és jobb is ráírni. Ilyen furnérlemezeken számolják a meg a munkaügyisek a létszámot, másnap lekaparhatják s írhatnak rá újra. Így takarékoskodnak akik napközben a zónában maradnak, így ügyeskednek. A hirdető deszkáról leolvassák, kikaptak csomagot, azokat ott várják a bejáratnál és közdik velük a csomag számát. Az ilyen szolgálatért, ha sokat nem is, de egy cigarettát feltétlen adnak. Odaért sohova az egyik barak mellé épült csomagkiadóz, amelynek a helyiségébe egy ajtó nélküli hosszú szélfogó vezet, a hideg ugyan szabadon kibejár, de mégis kellemesebb itt a tető alatt. A szélfogó falánál már elég hosszú sor áll. Suhov is helyet fog. Előtte vagy tizenöt ember. Jó óra hosszat eltart. Egészen takarodóig, amíg végeznek. Akik a hőerőműnél dolgoztak, most már csak Suhov után kerülhetnek sorra na meg a gépgyáriak is mind. Meg lehet ezeknek holnap kora reggel még egyszer el kell jönniük majd a csomagért. Valamennyien vászon zacskókkal, tarisnyákkal állnak ott. Az ajtó mögött ebben a táborban Suhov még egyszer sem kapott csomagot, de másoktól tudja. Fejszével kibontják a csomagládát, a smaszer maga vesz ki mindent, vizsgál meg mindent. Van, amit kettévág, vág, van, amit kettétör, van, amit csak megtapogat, van, amit átönt. Ha a folyadék üveg vagy bátog edényben van, azt is kibontja, a tartalmát átönti, és ha nincs egyéb edényed, tarthatod a markod, vagy a törülközödből csinálhatsz zacskót hozzá. Az edényt nem adják oda a fogójnak, félnek valamitől. Ha valami édesség, ínyes halat sütemény, vagy pedig kolbász, vagy füstölt hal akad, a felügyelő meg is kóstolja. Próbálj csak ott ugrálni, mindjárt akadékoskodni kezd, hogy ez is tilos, meg az sem engedélyezett, és nem ad ki semmit. Aki csomagot kap, az kezdve a smasszertól mindenkinek ad, ad és ad. A csomagmotozás után a csomagos ládát sem adják oda a fogolynak, a holmit söpödbe, a vászonzacskódba vagy a tarisznyádba. Vagy ha akarod, a buslátott csücskébe és hordál magad, jöhet a következő. Egyeseket úgy siettetnek, hogy egyet mást a pulton felejtenek. Az ilyesmiért nehogy visszamenj, nincs már ott. Valamikor még Uszt Ismában Suhov kapott néhányszor csomagot, de megírta a feleségének, üresen érkeznek, ne küld többé, ne von meg a gyerekektől. Szabadember korában Suhovnak könnyebb volt ellátni az egész családot, mint itt saját magát. De jól tudta, mennyi áldozatot jelent egy csomagküldés, és azt is tudta, hogy tíz éven át nem lehet annyi mindent elvonni a családtól, így hát jobb csomag nélkül. Bár maga döntött, így mégis valahányszor valamelyik brigádtársa vagy barakszomszédja csomagot kapott, vagyis jóformán minden nap, valahogy belé sajdult, hogy nem neki jött. A feleségének azt is szigorúan megtiltotta, hogy akár csak húsvétra csomagot küldjön, a csomagok érkezését hirdető oszlophoz sem ment soha, ha csak nem valamelyik jó módú brigádtársa helyett. Néha mégis azt várta, hogy odafutnak hozzá, és így szólnak, suhov, miért nem mész, csomagot kaptál, de sose jött senki. Egyre kevesebb ürügye volt arra, hogy visszaemlékezzék Kemgenyovó falura meg szülőházára. A tábori élet tépte, cibálta ébresztőtől takarodóig, nem hagyott időt a hiába való emlékezésekre. Most, hogy azok között állt, akik sóvárogva várják azt a közeli pillanatot, amikor beleharaphattak a szalonnába, vajat kenhetnek a kenyére, vagy cukorral édesíthetik meg a csésze teát, soha sem kívánt egyebet, bár az egész brigáddal együtt érkezne az étkezőbe, hogy forrón és ne hidegen kanalaszhassa a zupát. A hideg étel fele annyit sem ér, mint a forró. És már számítgatta. Ha Cézár neve nem szerepel a listán, akkor az már ott van a barakban és mosakszik. Ha neve ott van, akkor előbb elmegy a vászon meg a műanyagbögréért, az edényekért. Ezért ígérte meg soho, hogy tíz percig vár rá. Ott a sorban értesült Sohov arról, hogy ezen a héten megint nem lesz vasárnap, megint elsikasztják tőlük a pihenőnapot. Ezt már várta, valamennyien fel voltak rá készülve mert ha egy hónapra öt vasárnap esik, hármat megadnak, de kettőn kihajtják őket munkára. Fel volt erre készülve, de most, hogy meghallotta, mégis bele a lelke. Hát ki ne sajnálná a keservesen megszolgált pihenőnap jogát. Azoknak is igazuk van, akik így beszélnek, pihenőnapon se hagyják az embert békében a zónában, valamit mindig kitalálnak, vagy a fürdőt kell kibővíteni, vagy valahol falat emelni, hogy ne legyen átjárás, vagy tisztogatni kell az udvart. Ha nincs egyéb hát kicseréltetik, kirázatják a matraszokat, meg poloskát írtatnak a hálófülkékbe, vagy pedig a törzslapok alapján személyi ellenőrzést rendeznek. Vagy leltározás. Az embert minden hormiával kiterelik az udvarra, és ülhet ott egy fél napon át. Úgy látszik, legjobban az bosszantja őket, ha a sittes szundikálhat egyet reggeli után. Bár lassan haladt a sor, de mégiscsak haladt. Senkivel sem törődve, az előállókat félrelökve soron kívül megy be a borbé, az egyik könyvelő, meg még valaki a kulturális nevelési osztályról. Ezek nem szürke rabok, hanem a táborban mély gyökeret eresztett lógósok, a zónában henyélő címeres csirkefogók. A közmunkán dolgozó foglyok a lógósokat a ganénál is kevesebbre becsülik, ami természetesen kölcsönös. De kár velük vitatkozni, mert ezek a lógósok egymás közt, sőt a smasszerekkel is egy pendülnek. Sóv előtt még vagy tíz ember állott, és mögötte is már voltak, vagy heten, amikor az ajtónyílásban kisé meggörnyedve megjelent Cézár a hazóról kapott új prémsapkával a fején. Itt van ez a sapka is, Cézár valakit megkent, és erre engedét kapott a tiszta vadonatű városi sapka viselésére. Másokról lehúzták még a harctérről magukkal hozott vedlet sapkát is, és kiadták nekik a mocskos fegyenc sapkát. Cézár sohovra mosolygott, és mindjárt odafordult ahhoz a furra szemüveges alakhoz, aki itt a sorban is szünet nélkül újságot olvasott. Á, á, Piotr és arcuk széles mosolyra nyírva kivirágzott, mint a mák. Az a fura alak így szól. Ide nézzen, a legfrissebb moszkvai esti újság most kaptam postán. Na hát, igazán. Cézár már kap is az újság után. A folyosón egy vaksilámpa lámpa pislákol, hogy a csudába tudják ezeket az apró betűket itt kis Nagy Nagyszerű kritika van benne Zavacki bemutatójáról. Ezek a moszkvaiak már messziről megszimatolják egymást, mint a kutyák. És ha egymásra találnak, továbbra is csak szimatolják, szimatolják egymást a maguk módján, és olyan gyorsan karattyolnak, mintha versenyeznének, hogy ki egy, ki több szó. De a karattyolásukban ritkán akad orosz szó, ha az ember elhallgatja őket. Akárha lettek, vagy románok lennének. Cézár keze azonban tele van vászonzacskókkal, meg edényekkel. Így hát én, Cézár Markovics, sejpít, Suhov, mehetek? Természetesen, természetesen. Cézár fekete bajuszát felemeli az újságról. Ki után állok én? És ki áll mögöttem? Megmutatja Suhov, ki mögött áll, és be sem várva, hogy Cézár szóljon neki a vacsora miatt megkérdezi. A vacsoráját elhozza, vagyis az étkezőből bevigyelje a barakba, csajtában. Az étel kihordása tilos, erre vonatkozólag már több parancs is volt. Ha elkapják, kijöntik a levest a földre, sőt, szigorítottat is adnak érte. De mégis hordják, és hordani is fogják, mert akinek dolga akad, az sohasem tud a brigáddal egy időben az étkezőbe jönni. Megkérdezi, vigye a vacsorát, de magában ez gondolja, valóban ilyen fukar lennél. Nem adnád nekem, hisz vacsorára kása sincs, csak a híg zupa. Nem, 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 mosolyog Szézár, edd meg magad a vacsorát, Iván Gyeniszics. Suhov csak erre várt. Most, mint valami szabad madár hussan ki a szélfogó fedele alól, és szinte repül keresztül a zónán. Minden irányból sörögnek a fegyencek. Egy időben a táborbarancsnok parancsba adta, a foglyoknak tilos egymagukban járkálniuk a zónában. Ahová csak lehet, az egész brigádot teljes létszámban kell felvezetni. De ahol a teljes létszámú brigádra semmi szükség, mondjuk az ambulatóriumban vagy az árnyékszéken, négy-ötfönyi csoportot kell szervezni, és egy kijelölt felelőssel az élen a szükséges helyre vezetni őket, a felelős ott megvárja és vissza is rendezett csoportban kíséri az embereket. A táborparancsnok szigorúan ragaszkodott ehhez a parancsához. Senki sem mert szót emelni ellene. A felügyelők elkapták a magányosan járók elő, foglyot felírták a számát, a szigorítottba ültették, de a parancs mégis csődött mondott. Mint ahogy a sok zajos parancsal szokott lenni, szép csendben hatálytalanná vált. Tegyük fel, hogy a politikai nyomozót is hív ki magához valakit, hát nem küldhetnek vele egy egész csoportot. Vagy a csomagőrzőbe kell menned a holmidért, hát miért tartsak én is veled, vagy ha valakinek éppen újságolvasásra kerekedik kedve, kimegy vele a kulturális nevelési osztályra. Aztán ott van a nemes csizma javítás, meg a szárítás. Na meg csak úgy egyik barakból a másikba a látogatás, leginkább az egymás látogatását tiltják. Hogyan lehetne őket visszatartani? A parancsnok ezzel a rendelkezésével akarta az utolsó szabadságot is elvenni a raboktól, de hát felsült vele a pocakos. Suhov a barakhoz vezető úton egy smaszerrel találkozott. Minden esetre megemelte a sapkáját, és már futott is tovább. A barak zajos, mint egy zsibvásár. Napközben valakinek ellopták a kenyerét, és most ordítanak a naposokra a naposok is ordítoznak, a 104-es sarka üres. Suhov szerencsénesnek tartja azokat az estéket, amikor a munkából hazatérve a matracokat nem találja felforgatva, mert napközben a barakokban nem tartottak hippist. Rohan Suhov a Pritchhez Menet közben húzza le a buslátot, feldobja utána a pengét rejtő kesztyűt, megtapogatja a matrac mélyét, a reggeli darab kenyér a helyén van, és most örül, hogy bevarta. És már rohan is ki az étkezőbe. Szerencsére az étkezőhöz vezető úton egyetlen egy felügyelőbe se botlik bele. Csak foglyok jönnek vele szemben, és a kenyér adagokról vitatkoznak. A holdfényben egyre világosabb az egész térség. A lámpások fénye is elhomályosul, a barakok fekete árnyai rávetődnek a hóra. Az étkező széles tornácsára négy lépcső vezet. A tornász most árnyékban van, de felette himbálózva csikorog a lámpás a kemény fagyban, a hidegtől vagy tán az üveget ellepő portól szivárványosan villan a lámpafénye. A táborparasnoknak volt még egy szigorú rendelete. Egy időben csak két brigád vonulhat be az étkezőbe. A parancs továbbá így hangzott, az étkező elé érve a brigádok nem mehetnek fel a tornácsra, hanem ötös sorokban várják, amíg az étkező naposa beengedi őket. Az étkező naposa a sárta szilárdan befészkelte magát ebbe az állásba. Sártasága miatt rokkantak minősítették, de Nála nagyobb csirkefogót lámpással is alig lehet találni. Nyírfa furkos botot szerzett, és a tornászról ezzel sújtta azokra, akik nem úgy táncolnak, ahogyan ő fütyül. Persze nem mindenkire. A szemfüles sánta az embereket a sötétben a hátukról is megismeri. Soha meg nem ütné azt, aki visszavágna a pofájába. Csak az elesetteket veri. Suhobra is rásózott egyszer. Hivatalosan napos a neve, A ha jól meggondolja az ember fejedelem, a szakácsokkal barátkozik. A brigádok már valahogy egy időben özönlöttek oda, de az is meg lehet, hogy felbomlott a rend, mert a tornácsot sűrűn ellepték, pedig a sánta meg a sánta segédje, sőt maga az étkező vezetője is ott áll. Ez a banda smasszerek nélkül is rendet teremt. Az étkező Jól táplált vezetője az a hájfejű dög, izmos, szélesválló ember. Úgy feszíti az erő, hogy járás közben is szinte rugódzik a lába, a karja is ilyen rugós. Szám nélküli fehér prém sapkát visel, még a szabad embereknek sincs ilyen a fején. Báránybőr prém ujjasának a mellén egy postabélyegnél nem nagyobb vászon darabon van a száma, Volkovoi kedvért, de a hátán még ilyen szám sincs. Az étkező vezetője senkinek se köszön, a rabok mind rettegnek tőle. Ezrek életét tartja a kezében. Egyszer el akarták verni, de a szakácsok, válogatott verekedős alak valamennyi, kiugrottak a védelmére. Akkor lesz csak baj, ha már a 104-es van. A sánta az egész tábort ismeri, és a vezető jelenlétébe semmi áron se engedi be egy másik brigáddal. Ilyenkor már tudatosan gúnyt üsz belőlük. Megesik, hogy a sánta háta mögött a korláton keresztül másznak fel a tornászra. Sohov is megtette már. De ma a vezető jelenlétében nem mászhat át, minden bizonyal úgy vágna állon, hogy aztán az ambulatóriumig is alig tudna elván Gyorsan, gyorsan a tornászhoz. Az egyformán fekete buslátok között talán a sötétben is felismeri, itt van-e még a 104-es. De a brigádok egyre csak özönlenek, özönlenek, mi más tehetnének hamarosan itt a takarodó ostrom alá veszik a tornácot, már elfoglalták az első, a második, a harmadik, a negyedik lépcsőfokot, ellepik a tornácot. Áj az anyátok üvölt a sánta, és emeli a botját az első sorban állókra. Vissza, mindjárt szétverem valamelyiknek a koponyáját. Hát tehetünk róla, ordítanak elől, hátulról lökdösnek. Ami igaz, az igaz. Hátul vannak a tülekedők, de hát akik előállnak, azok se nagyon ellenkeznek, úgy hiszik így hamarabb bekerülnek az étkezőbe. A Sánta keresztben nekik feszíti a botját, mint valami leeresztett sorompót, és teljes erőből szorítja vissza az előállókat. A Sánta segédje szintén megragadja a botot, sőt, még az étkező vezetője sem álltálja bepiszkítani a kezét. Nyomják teljes erejükből, erejük pedig van jócskán, húson élnek, visszaszorítják. Az első sorban levőket ledöntik a lábukról, és a mögöttük állók is eldőlnek, mint a kéve. Sánta csibész, hogy a mennykő vágna belét kiáltanak egyesek, de megbújnak a tömegben. A többiek némán elesnek, némán felkelnek gyorsan, hogy össze ne őket. A lépcsőt szabaddá tették. Az étkező vezetője visszamegy a tornászra, a sánta pedig a legfelső lépcsőn állva így gyogtat. Ötös horakozzatok, sorakozzatok, birkák, hányszor mondjam, amikor kell, akkor engedlek be benneteket. Suhov, mintha szennyka Klefsin fejét pillantotta volna meg, ott egészen a tornász tövében, szörnyen megörült, könyökével gyorsan igyekszik utat törni magának hozzá. Megmozdulnak a hátak, de nem, nincs elég ereje, nem tud átvergődni. 27-es kiáltja a sánta befelé. A 27-es már ott is terem a lépcsőkön, gyorsan megy az ajtóhoz. Nyomában ismét feltolakodnak a lépcsőre, és hátulról tolják előre a tömeget. Suhavis ott nyomakodik teljes erejéből, recseg a tornász, csikorog a lámpás a tornász felett. Újra kezditek, dögök, fröcsköli a sánta, és botjával kinek a vállára, kinek a hátába vág, és tuszkolja le egyiket a másik után. S a lépcsőt újra megtisztította. Suhov lentről észreveszi Pavló álmost ott sánta mellett. A brigádot ő vezeti fel, Tyurin méltóságán alulnak tartja a tolakodást. Ötösével sorakoz száz négyes, kiáltja felülről Pavló. Hé, fiúk, adjatok csak utat. Egy fenét adnak utat neked a fiúk. Engedj már, ott van a brigádom, rázza meg az előtte állót, suhov. Az engedné szívesen, de őt is szorongatják minden felül. Himbálózva imbolyog a tömeg, majd kiadja a lelkét, hogy megkapja a zupát, a jogos zupát. Suhov furfankhoz folyamodik. Baloldalt megragadja a tornác korlátját, átöleli a tartó oszlopot, neki rugaszkodik, s már el is szakad a földtől. Közben valaki térden őt meg oldalba vágták, egy pár szól leteremtették, de már felugrott. Egyik lába a tornác peremén a legfelső lépcsőn van és vár. Megpillantják a brigádtársai, és nyújtják feléje a kezüket. Az étkező vezetője elmenőben még visszaszól az úgy ajtóból. Gyerünk, Sánta, jöhet még két brigád. 104-es, kiáltja a Sánta. Hova te dög? És botjával egy nem odatartozó fegyenc nyakába csap. 104-es, kiáltja Pavló, és engedi át saját emberét. Ki kiált Hörsúhov az étkezőbe furakodva. Nem várja, hogy Pavló szóljon neki, már megy is a tálcákért keresi, hol talál üreset az étkező a megszokott képet nyújtja. Az ajtó felől gomolyogva tódul be a pára, az asztalok mellett egymás hegyén hátán soronganak akár a napraforgó magok a napraforgó tányérjában. Tolongás tülekedés az asztalok között igyekeznek átforakodni a megrakott tálcákkal. De a hosszú esztendők alatt Suhov ehhez már hozzászokott. Érez szeme, észreveszi, az SC 208-as mindössze öt tányér a tálcán, tehát a brigádban ez az utolsó tálca, mert különben telirakta volna. Utoléri és a fülébe súgja, barátocskám, megyek veled a tálcáért. Az ablaknál már vár rám egy másik, annak ígértem. Egy nyavaját belé, a hadvárjon, majd máskor jobban vigyáz. Megegyeztek. A másik brigádbeli odaviszi, lerakodik. sohov meg is fogja a tárcát, de közben az is oda akinek megígérték, és húzza maga felé a tárcát. Jóval cingárabb Suhovnál. Suhov lódít egyet a tárcán, amerre az húzza, az nekesik az oszloptak, és elengedi a tárcát. Suhov hóna csapja, szalad vele az ablakhoz. Pavlo ott áll a sorban, tálcák nélkül szomorúan, sohov láttán megörül. Iván Denisics, és odébb tuszkolja az előtt álló 27-es segédbrigadérosát. Eresz, mit itt? Nem látod, hogy itt a tálca a kezemben? A szemfüles gobcsik is cipel egy tálcát, amik azokat a szájukat tátották, mondja nevetve, elcsentem tőlük. Gobcsikból hamarosan igazi táborlakó lesz. Még elinaskodik, vagy három esztendőt, felnő, és legalábbis kenyérraktárosig felviszi. Pavló a másik tálcát Jermolajevnek, az ölestermetű termetű szibériainak adja, az is hadifogságért kapott tíz évet, Gopcsikot ez alatt elküldi keresen szabadasztalt, ahol már befejezik az estebédet. Suhov az ablak peremére teszi a tálcát és vár. Száz es szól be Pavló az ablakon. Mindössze öt ablak van itt. Három ablakon át adják ki a közös ételt, egyiken pedig a diétás kosztot. Tíz gyomorfekiesnek na no, meg a protekció folytán az egész könyvelésnek, és az utolsón adják be a piszkos edényt. Ezelőtt az ablak előtt állandóan marakodnak, kinyalja ki a tányért. Az ablakok alacsonyak, alig derék magasságig érnek. Az ablakokon keresztül maguk a szakácsok nem láthatók, csak a kezük, meg a merítő A szakács fehér ápolt kezét sűrű szőr borítja. Nem is szakács, ökölvívó kéz ez, fogja a ceruzát és a listán lepipálja 104-es, 24 adag. Pantyelejev is besonfordál az étkezőbe, kutya baja annak a rohadéknak. A szakács fog egy jókora három literes merítőkanalat, megkeveri a nagy 100 literes fazekat, keveri, keveri, Előtte frissiben majdnem színültig megtörtött fazék áll, csak úgy gőzölög még. Aztán fogja a két és fél merítő kanalat és meríteni kezd, de nem éppen méről. Egy, kettő, három, négy. Soha figyeli, melyik tányérba mer ki addig, amíg a sűrűje nem ülepedik le a fazék aljára, és melyikbe hígabba csupa levet. Tálcájára felrak tíz tányért, és viszi Gopcsik már integet felé a másik oszlop mellől. Ide, ide, Iván, gyenyiszíts, ide! Tányérokat cipelni nem gyerekjáték. Suhov könnyedén lépdel, hogy a tárca megserezdő, és ez alatt be nem áll a szája. Hé, te, há, 920! Vigyázz csak, apó, el az útból, fickó! Jól kell ügyeskedni, hogy ebben a tolongásban ki ne löttyentse az ember a levesét még akkor is, ha csak egy tányért visz, hát ha még tizet. Gopcsik által lefoglalt asztal végére óvatosan lerakja a tárcát, nyoma sincs rajta frissen kilöttyent levesnek. Közben arra is ügyel, hogy a legsűrűbb levesel teli tányerok abba a sarokba kerüljenek, ahová ő fog ülni. Jermalájev is hozza már a tíz tányért. Gopcsik szalad, és Pablóval kézben hozzák az utolsó négy tányért. Közben Kilgász is megjött a kenyeres tálcával. Ma a teljesítmény után kapják a kenyéradagot, kinek 20 kinek harminc, de Suhovnak negyven deka jut. Elveszi a maga negyven dekáját, a kenyér sarkából, meg a Cézárnak járó húsz dekát a közepéből. Az étkező különböző zugából a brigádtársak most már odatolakodnak hozzájuk, Jönnek a vacsoráért, és ott teszik meg, ahol helyet szorítanak maguknak. Suhov osztja szét a tányérokat, megjegyzi, kinek adott, és vigyáz a maga két adagjára. Az egyik sűrű levessel teli tányérban már ott a kanala is ezzel jelezvén, hogy foglalt. Fetyukov elsők között veszi át a magáit, és megy is tovább. Jól tudja, hogy a saját brigádjában most nem szerezhet semmit magának, így hát jobb, ha ott témfereg az étkezőben, ott sakálkodik. Talán akad, aki nem eszi meg az egész adagját, aki nem eszi meg az egészet, félretolja a tányérját, mire mint a vértség csapnak le többen is. Pavlóval megszámolják az adagokat, minden egyezik. A brigadéros számára soha félretesz egy adag sűrű levest, amit Pavló átönt egy fedeles kicsi német csajkába ezt a melléhez szorítva könnyen elviheti a buslát alatt. Átadják a tálcákat, Pavlo hozzálát a maga dupla adagjához, és Suhov is a maga két tányérjához. S többért szó sem esik köztük, áhítatos pillanatok következnek. Suhov leveszi a sapkát és a térdére teszi. Megkavarja az egyik levest, megkavarja a másikat is. Rendben van, még hal is akad benne. Általában az esti zupa jóval hígabb a reggelinél. Reggel a fegyencet etettik el, hogy dolgozhasson, este úgy is elalszik. Hozzáfog az evéshez. A leves hígját csak úgy kiissza. Az első forró korty után a meleg szétárad benne, és egész belseje sóvárokba várja a zupát. Csuda jó! Ez az a rövid pillanat, amiért a rabnak élni érdemes. Suhov most nem haragszik senkire semmire, se a hosszú ítéletre, se a hosszú munkanapra, arra se, hogy megint nem lesz vasárnap. Most csak egyet gondol. Túléljük. Túlélünk mindent, és Isten segítségével minden véget ér. Miután mindkét tányérból kiitta a híg forró levet, a másik tányér tartalmát átönti az elsőbe, az üres tányért persze még jól kikaparja kanalával. Így valahogy könnyebb, nem kell a másik tányérral törődni, nem kell szemmel tartani, óvni a kezével. Most már a szeme szabad, és a szomszédok tányérjára pillant. Balról a szomszédé olyan, mint a víz, hogy mit csinálnak ezek a dögök ott a konyhán, pedig ők is rabok. Suhov lassan kanalazni kezdte a káposztát a maradék lével. A két tányérba, méghozzá Cezáréba egy szem is került, olyan közepes kromti persze fagyott, belül egy kisé kemény és édeskés. Hal viszont jó formán semmi. Imitam ott egy, egy lekopasztott halgerinc, de a halgerincet meg az uszönt is jól meg kell rágni, kiszopokatni a lé tápláló. Mindenre idő kell persze. De Soavnak most már nincsen sietős dolga. Ünnepnap a mai. Délben két adagot, és vacsorára is két adagot szerzett. Ennek örömére megteheti, hogy másra most ne gondoljon. Ha csak arra nem, hogy elmenjen a lethez a dohányért, mert meg lehet, hogy reggelre már elfogy. Suhov kenyér nélkül eszi a vacsorát, két adakhoz túl laktató lenne a kenyeret is enne, a kenyér holnap is jól jön. Gonosz jószág a gyomor, gyorsan felejti a jót, és holnap ismét követelődzik. Suhov lassan a zupa végére jár. Nem igen figyeli, kik vannak körülötte, erre most nincs szükség. Semmire se kell vadászni, és eheti a jogosan szerzett vacsorát. Az is feltűnik neki, hogy szemben a másik asztalnál a felszabadult helyre. Oda telepszik egy jé, 81 es magas öreg fogoly, a Jén 81-es show tudja, hogy a 64-es brigádban van, és mikor a csomagkiadónál sorba állt, beszélték, hogy ma a 64-es volt a közszolgáltatási telepen a 104-es helyett, és reggeltől estig melegedés nélkül húzta a drócsövény kerítést, építette saját magának a zónát. Erről az öregről soha már hallotta, hogy évtizedek óta járja a táborokat meg börtönöket, egyetlen egy amnestia se vonatkozott rá, és ahogy letelt az egyik tíz év, már is rányomták a következőt. Soha most megnézte közelebbről. A táborban a meggörnyedt hátak közül szinte kiemelkedett az öreg egyenes háta, és mint a padra még tett volna valamit maga alá, úgy ültött magasodva. Tarfején már régen nem volt mit nyírni, az aranyélettől kihult a haja. Az öreg tekintete nem fürkészte, mi történik az étkezőben. Suha feje felett valahová messzire a semmibe nézett. Csorba fakanalával tempósan kanalazta az üres zupát, fejét nem dugta be a tányérba, mint a többiek. Kanalát magasra a szájához emelte. A szájában egy foga sem maradt megkeményedett ínyével rágja a kenyeret. Arca elgyötört, de nem a rozoga rokkantak gyöngesége gyötörte sötét kőből faragott arc ez. Nagy fekete repedésekkel barázdált keze elárulja, hogy a hosszú esztendők alatt nem sokat sikerült neki lógóskodni. De látszik, nem törődött bele a nyomorult sorsba, mint sokan, a harminc dekáját nem a piszkos, összefröccsentett asztalra rakja, mint a többiek, hanem tisztára mosott vászon darabra. azonban nem volt ideje hosszasan nézegetni az öreget, befejezte az evést, lenyalta a kanalát, a csizma szárába dugta, fejébe csapta a sapkát, felállt, fogta a saját meg a cézár kenyéradagját, és ment ki. A kiárat egy másik tornácon vezetett át ahol szintén két napos állt az ajtóban, akiknek egyéb dolgok se volt, mint elhúzni a reteszt, kiengedni az embereket, és utánuk megint bereteszelni az ajtót. Örmagával elégedetten, teli hassal, hagyta el suhov az étkező barakot, és bár tudta, hogy nem soká takarodóra kongatnak, úgy döntött mégis veszalad a lethez. Kenyerét besevitte a kilencesben, nem gyors léptekkel megindult, a hetes barak felé. hold már jó magasan jár, tisztán fehéren ragyog, mint a kifaragták volna az égen. A mennybolt is tiszta, imitamot villóznak a legragyogóbb csillagok. De Suhovnak most még kevesebb ideje volt az eget bámulni. Annyit tudott, hogy a fagy nem enyhül, valaki a szabad emberek között hallott, hogy a rádió bemondta, estére 30 fokot várnak, reggelre leszállhat negyvenig is. A hang jó messzire szállt. Valahol a telepen egy traktor pöfögött, és az országút felől ide hallatszott az exkavátor csikorgása. A tábor területén minden a megcsikordult a hó a nemes csizmák alatt. Szél azonban nem volt. Soha úgy számított, hogy a szűzdohányt most is annyiért vesz, mint máskor. Egy pohár, egy rubel. Pedig odakin egy ilyen pohár dohányért három rubelt is elkérnek, a jobb fajtáért még többet. A kényszer munkatáborban sajátos árfolyam alakult ki, amelyet semmihez sem lehetett hasonlítani, mert itt a fogolynak tilos volt pénzt tartani magánál, nem is nagyon volt pénze senkinek, és éppen ezért a pénz sokat ér. Ebben a táborban a munkáért nem fizettek egy kopejkát sem. uszt ismában soha havonta legalább kapott 30 rubelt. Ha valaki hazúról kapott pénzt, azt se adták a kezébe, hanem a folyó csatolták. Erről a számláról havonta egyszer vehettek mosdószappant, dohos mézes kalácsot és prima cigarettát. Ha tetszik, hanem csak ezt vehettek, és arra az összegre, amennyit a táborbanasok a kérésükre engedélyezett. Ha a fogoly nem vásárolja fel, a pénz úgyis elvész leírják. Suhov csak külön munkákból tudott pénzt szerezni. A megrendelőtől kapott rongyokból papucsot var, két rubel, megfoltozza a pufajkáját valakinek ezért is kap valamit megegyezés szerint. A hetes barak másképp van építve, mint a kilences. Nem két nagy számból áll, a hetes barakban egy hosszú folyosóról tíz ajtó nyílik a hét fülkére osztott szobákba, egy-egy brigád van mindegyikben elhelyezve. Külön kabinban állnak a küblik, külön kabinja van a barak gazdának. Itt laknak egy külön kabinban a festőművészek is. Suhov bement a lett brigádjának a szobájába. Lett ott fekszik az alsó pricsen támlára rakott lábbal és anyanyelvén tereferél a szomszédjával. Suhov odaül mellé. Jó estét, mondja. Visszaköszön a lett, de lábát nem engedi le. A kiszobában mindenki mindent lát, mindent hall. Figyelik, ki jött és miért jött. Ezt mind a ketten jól tudják, és soha ezért üldögél ott, húzza az időt. Nos, hogy van, kérdi. Hát, meg vagyok. Jó hideg van, igen, igen, igen. Kivárja a pillanatot, amikor a többiek újra beszélgetni kezdenek egymással. A koreai háborúról vitatkoznak, kitöre a világháború a kínaiak beavatkozása miatt, vagy sem, és végül a lethez hajol. Van szűz dohány? Van. Mutasd. A lett leemeli lábát a prics támlájáról, megfordul felül. Fukar ember ez a lett. Mindig remeg, amikor a poharat tölti. Fél, hogy egy sodrást a valóval többet szór bele. Megmutatja Suhovnak a dohányzacskót, széthúzza a zsineget. Suhov egy csöppet a tenyerébe vesz, látja ugyanaz a fajta, mint a múltkori, olyan barnás és ugyanolyan vágású. Orrához emeli, megszakolja ugyanaz. De a lettnek mégis azt mondja, mintha nem az lenne. Ugyanaz, ugyanaz fortyom fel a lett. Én sose kapok másfajtát, mindig egyformát. Na jó van, hagyta rá, suhov. Tömnek a poharat, megkóstolom, s lehet, hogy egy másik pohárral is veszek. Azért mondja, hogy tömd meg, mert a lett mindig lazán szólja a dohányt. Lett egy másik, jóval tömöttebb zacskót húz elő a párnája alól, és éjjeli szekrényéből kiveszi a poharat. A pohár műanyagból van, de azon a suhov recés üveg poharának a mértékével szórja. Tömköd, tömköd, csak suhov is nyomogatja ujjaival. Én tudok, hagy, kapja a poharat a lett haragosan, tömködi ő is, de lágyabban. Aztán szórja tovább. Suhov ez alatt kigombolta a pufajkáját, és a bélés alatti vatta között kitapogatja a papírbankot, amit egyedül csak ő érezhetett meg. Tologatja, húzogatja vatta közt két kezével, tolja az ellenkező oldalon levő alig látható 200 cérnával összefércelt apró lyuk felé. Ahogy a lyukhoz tolta, körmével szétszakítja a cérnát, hosszában kétrét hajtja a papírpénzt, amely amúgy is hosszában volt betéve, és kihúzza a kis lyukon. Két rubel, régi, de még ropogós. A szobában ordítoznak. Fenét sajnál meg téged az a bajuszos apánk. Édes testvérébe se bízik, nem hogy magunk fajtában. Nem azért, sitteltetett le. A fegyenc táborban az az egyetlen jó, itt már az ember döglésig szabad. Az osztrizsmai táborban, a valaki csak suttogva azt merte mondani, hogy az országban már gyufát se lehet kapni. Egy-kettő vitték is a szigorítottba, és újabb tíz évet sóztak rá. De itt kiabálhatsz, amit akarsz, akár a felső pricsről is. A vámzerek az ilyesmit be se köpik, a politikai nyomozó tiszt is csak legyint rá. Csak hát itt nem sok idő jut a beszélgetésre. Egy, de lazán rakod! mondja panaszosan Sov. Na, persze, persze, hozzátesz még egy csöppet. Suhov belső zsebéből előhúzza a saját dohány és a pohárból átönti a szűz dohányt. Jól van. Úgy határoz, hogy a sóvárogavárt első cigarettát nem fogja csak így kutyafuttában elszívni. Szórt tele még egy pohárról. Vitatkozva, alkudozva, teleszóratja a második poharat is, odadja a két rubelt, bólint a letnek, és kimegy. Amint kitette a lábát, már is futva igyekszik a barakjába, nehogy elszalassza a Cézárt, amikor megjön a csomaggal. De Cézár már ott ül az alsó pricsen, és gyönyörködve kotorászik a csomagjában. A pricsa meg az éjjel szekrényére kirakott mindent, amit hozott. Szerencsére az alsó pricset nem éri a fény, eltakarja Suhov felső pricse, így hát Cézár helye eléggé homályban van. Suhov lehajol, megáll a kapitány és Cézár pricsek között, és oda az esti kenyéradagot. Itt a kenyere Cézár Markovics. Nem azzal kezdte, Dosz megkapta a csomagját, mert ez érzés lenne arra, hogy sorban állt, és most jogot formál a maga részére. Úgy is tudja, hogy megvan ez a joga. De a nyolc esztendős közmunka se tette sakállá, és ahogy halad az idő, annál keményebb lett a jelleme. De a szemének mégsem parancsolhat. Szeme a táborlakó sólyom szeme, egy pillantás alatt végsuhan a pricsen, Cézárnak az éjjeli szekrényre kirakott kincsein, bár sok még kisincs csomagolva a papírból, több zacskó még be van kötve, Suhov ezzel a gyors pillantással és csalhatatlan szimatjával. Ösztönösen megállapítja a Cézár kolbászt, tejkonzervet, zsíros füstölt halat, szalonnát, illatos kétszersültet, egy másfajta illatú teasüteményt, vagy két kilónyi kockacukrot és valami vajhoz hasonlót kapott meg cigarettát, pipadohányt és még sok egyebet. Mindezt egy rövid pillanat alatt mérte fel, amíg kimondta, itt a kenyere, Cézár Markovics. És a csomagjától szinte megmámarosodott, felajzott Cézár, mindenki ilyen állapotba kerül, aki csomagot kap, csak legyint a kenyérre. Tartsd meg magadnak, Iván Gyenyszics. Repet a zupa, meg húzdek a kenyér. Egy egész vacsora, természetesen a suhovnak ki is jár Cézár csomagjából. Suhov elparancsolja tekintetét, nem is vár többet a Cézár által kirakott finomságokból. Jobb, ha nem vár, jobb nem felajzani a gyomrát csak úgy hiába. Itt van 40, na meg 20 deka kenyér, és a matracban is legalább 20 deka. Ennyi is elég. 20 dekát mindjárt lenyom, holnap reggel megkapja a garantált 55 dekát, és azt eszi meg, negyven pedig magával visz a munkába. Szüret. Azot csak hat feküdjön a matrazban. Jó, hogy Suhovnak volt ideje, és bevarta. Lám ott a 75-ös brigádnál is kiloptak már egy adag kenyeret az éjeli szekrényből. Annak a gazdája most mehet panaszkodni, ahova akar. Egyesek így okoskodnak. Aki csomagot kap, olyan, mint a jól megtömött zsák, Szedj ki belőle mindent, amit lehet. De ha jól meggondolja az ember, a csomag éppen olyan könnyen elfogy, amilyen könnyen jön. Megesik, hogy a csomag érkezés előtt még a rendszeresen csomagot kapó rabok is szívesen tesznek valami szolgálatot egy külön adakkásáért. Csikket is kunyarálnak. Aki csomagot kap, annak le kell adni a sápotas masszernak, a brigadérosnak, különösen ha lógós. Mert ha nem, a legközelebbi küldeményt úgy eldugják, hogy esetleg hetekig se kerül fel a listára. S hogy ne adna a csomagőrző raktárosának, avá mindenkinek le kell adni a csomagját, és avá holnap reggel Cézár is elmegy, hogy leadja a csomagját tartalmazó zsákot, a parancsnok rendelte el így, hogy ne lopjanak, és nehogy zavarjon a motozásnál. Ha annak a raktárosnak nem ad jócskán, az morzsánként többet veszel belőle magának. Egész nap ott ül a raktárban az a patkány, ott ül a mások élelmiszerével összezárva, hogyan ellenőrizhetné az ember. Aztán hogy ne adna az apró kis szolgálatokért. Hogy ne adna Suhovnak, aztán a fürdősnek a csekéséget is. De adni kell, hogy rendes fehér nem üt tegyen félre a számára. Meg a borbénak, ha sokat nem is, de legalább három-négy cigarettát adni kell, aki ezért majd papírba törli a borotvát, és nem a mesztelen térdetbe. Na meg a kulturális nevelési osztályon, mert csak így teszik félre a leveledet. És a kedvet támad egy napot itt ellógni a zónában, elheverészni, a doktornak is adni kell. Na no, meg a szomszédnak is, aki velet közös éjjeli szekrényen eszik, mint a sorhajó kapitán Cézárral, hogy lehetne nem adni? Hiszen a számon tart minden egyes falatot, és nincs az a lelketlen ember, aki ilyenkor fukarkodna és nem adna. Hát csak hadd irigyeljék a csomagosokat. A más falatja mindig zsírosabbnak látszik, de Suhov jól ismeri az életet, és gyomrát nem állítja be mások jó falatjaira. Ez alatt lehúzta a nemes csizmát, felmászott a pricsre. A kesztyűjéből előhúzza a fűrészpenge darabot, megvizsgálja, és elhatározza, hogy holnap keres megfelelő kovakövet, és annak segítségével kitűnő dikicset fusizik belőle. A négy napon át reggel és este rászán egy kis időt, kitűnő éles pengéjű görbe susterkést lehet ebből kihozni. De addig is el kell dugni valahová, még reggelig sem őrizheti itt. Oda dugja a pricsdeszkát fedő szalmakötek közé, amíg a sorhajó kapitány nincs az ágyán, a pejva nem hullik rá, Suhov felemeli a fejénél a nehéz matracát, amely nem is szalmával, hanem fűrészporral van megtömve, és elrejti a pengét. Felső szomszédjai, a baptista Aljóska, meg a baloldali fülkében a két ész látják, hogy mit csinál, de Suhov ezektől nem fél. Szipogva jön be Fetyukov a barakba. Egészen meggörnyedt ajkára alvat vér tapad. Úgy látszik, megint odasóztak neki a tányérokért. Fetyukov senkire se néz, könnyeit se palástolja, ott megy el az egész brigád szemelátára, mászik fel a helyére, és fejét a matraszba fúrja. Ha jól meggondolja az ember, sajnálatra méltó. Nem éri meg a kiszabott idő végét. Nem tudja, hogyan kell viselkedni. A sorhajó kapitány is megjött vidáman, a kezében levő csajkában valódi teapárolog. A barakban két teli hordó tea van, de miféle tea az? Langyos, színes löty, és áthatja a hordó áporodott, penészes donga íze. Ez a tea csak a közönséges raboknak való. Úgy látszik, Bujnowski Cézártól kapott egy csipetnyi valódi teát, a csajkába dobta és szaladt is leforrázni. Most elégedetten telepszik le az éjeli szekrénye mellé. Majdnem leforráztam a kezem, a forró víz csapnál kérkedik. Lent Cézár egy ív papír tereget ki, és föléje egy másikat rak. Soha fölemeli a matras csücskét, hogy ne is lássa, ne vegye el a kedvét. De Suhov nélkül most se boldogulnak. Cézár feláll a két prics között, és cinkos kacsintással odasúgja Suhovnak. Gyenyiszíts, ott az a... Adj csak ide azt a tíz nap szigorítottast. Vagyis, hogy a kis zsebkést adja oda. Suhovnak ilyene is van. Ezt is ott tartja a deszka között. Ez a zsebkés, ha összehajtják, rövidebb, mint két új ízület, de az ötúnyi vastag szalonnát is úgy vágja, mint a pinty. A zsebkés is Suhov kezeműve maga csinálta a nyelét, és maga élesíti a penkéjét is. Előkotorja a kést, és odaadja. Cézár Bicent, és már el is tűnik az alsó pricsem. Egy ilyen kés is kereseti forrás, hiszen a tartásáért szigorított jár. De csak az emberségéből kivetkezett Raptes olyasmit, hogy elkéri. Adj csak ide a késedet, hadd szeleteljen vele a kolbást, neked pedig a fene a beledbe. Cézár megint adóssal lett suhovnak. Most, hogy a kenyérrel meg a késekkel suhov elintézett mindent, a dohányzacskó következik. Egy sodrásra valót kivesz belőle, pontosan annyit, amennyit kölcsönkért, és nyújtja át az észnek a szomszédos fülkébe. Köszönöm, úgymond. Az észnek mosolyfélére húzódik az ajka. Szomszédjának, fogadott testvérenek odabrumog valamit. A csipetnyi dohányt... Mindjárt megsodorják, úgy látszik szeretnék megkóstolni, milyen is az a Suhov féle dohány. Nem rosszabb a tieteknél, csak próbáljátok meg, váljék egészségtekre. Suhov maga is szívesen megkóstolta volna, de a lelkeményen szunnyadozó óra azt ketyegének, hogy már csak néhány perc van hátra az ellenőrzésig. Ilyenkor cikáznak a smasszerek a barakokban. Ha most dohányozni akar, ki kell menni a folyosóra, de Suhov úgy véli, hogy itt fenn a pricsén valahogy melegebb van. Pedig a barakban alig van meleg. És a mennyezet épp úgy be van vonva délrel. Éjjel majd didereg az ember, de most még elviselhetőnek érzi. Suhov csipegetni kezdi a húzdekás kenyér darabot. Közben akaratlanul is hallja, hogy len miről beszélget a kapitány meg Cézár teázás közben. Egyen csak kapitány, Egyen, ne feszélyezze magát. Fogja, egyen ebből a füstölt halból. Vegyen a kolbászból is. Köszönöm. Elfogadom. Kenje meg vajjal ezt a cipót. Igazi moszkvai cipó. Jaj, őszinte hihetetlen, hogy még valahol fehér cipót is sütnek. Tudja, ez a váratlan bőség egy esetet juttat eszembe. Egyízben Archangelszbe kerültem. 200 torok zsibongó moraja betölti a barakot, de Sóv élesüle mégis meghallja, hogy megkongatták a sintarabot. Más senki se hallja. Sóv azt is észreveszi, hogy a barakba belépett pisze felügyelő az a kistermetű piros posgás fiatal fickó. Kezében egy papírlapot tart, és már ebből is kiderült, na meg a viselkedéséből is. Nem azért jött, hogy a dohányzókra vadászon nem is a létszám ellenőrzés miatt, hanem valakit keres. Pisze a papírlapra nézés megkérdezi, hol a 104-es? Itt felelik. Az észtek eldugják a cigarettát és elhessegetik a füstöt. Hol a brigadéros? Mi kell? épp, hogy leengedi a lábát a pricsről. Nem megmondták, hogy készítsetek feljegyzést? Írják, válaszolt Gyuri magabiztosan. Már régen le kellett volna adni. Nálam az emberek alig tudnak írni. Nem olyan könnyű a dolog. Ez Cézárra meg a sorhajó kapitányra vonatkozott. Ügyes fickó ez a brigadéros nem megy a szomszédba észért. Nincsen se setinta. Szerezni kell. Elkobozzák. Hát ide figyelj, brigadéros, a sokat beszélsz, téged is leültetlek. Fenyegetőzik a pisze, de nem túl rossz indulatúan. Holnap reggel munka előtt ott legyen a feljegyzés a felügyelői szobában. Azt is igazoljad, hogy a tiltott holmit leadjátok a ruharaktárba. Megértetted? Megértettem. Na, most a sorhajó kapitányon a sor, gondolta Suhov, de a kapitán semmit se hal, egészen lefoglalja a kolbász. Aztán folytatja a felügyelő. SC 311. Van nálad ilyen? A meg kell néznem a listát, köntörfal az a brigadéros. Hát ki emlékszik ezekre a nyavajás számokra? Húzza az időt a brigadéros, szeretné a létszám ellenőrzésig kihúzni, hogy legalább éjjelre megmentse Bujnovskit a szigorítottól. Bujnovski van? Hogy? Én vagyok! jelentkezik a kapitány Suhov pricce alól. Lám mindig a fürgelábú tető kerül elsőnek a fésű foga közé. Te vagy az? Aha, igen. SC 311, szedelőszkögy. Hova? Tudott-e azt? A kapitán csak sóhajt, meg krákog egyet. Bizonyára viharos tengeren sötét éjszakában könnyebb volt elkormányozni a hajóraját, mint innen a megkit beszélgetést félbeszakítva, bevonulni a jeges szigorítotba. Hány napra teszi fel a kérdést elhaló hangon? Tíz! Na gyerünk, mozgás! A naposok éppen ekkor kiáltják el. Ellenőrzés! Ellenőrzés! Ellenőrzésre sorakoz! Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzésre kijelölt felügyelő már itt van a barakban. A kapitány körülnéz, vigye magával a buslátot. De azt úgy is leúzzák róla, csak a pufajkát hagyják meg. Úgy megy ki, ahogyan van. A kapitány fel sem készülődött, még csak dohányt sem dugott el a pufajkájába. Azt remélte, hogy Volkovoi elfeledkezik a dologról de Volkovoy soha nem felejt el senkinek semmit. Nincs értelme, hogy a dohányt a markában vigye, a motozásnál azonnal elveszik tőle. Mégis, amíg a sapkáját felteszi, Cézár egy pár cigarettát nyom a kezébe. Na, viszont látásra, barátocskáim, viccen szórakozottan a kapitány a 104-es brigád felé, és megindul a felügyelő nyomában. Egy-néhányan utána kiabálnak, ki azt mondja, ne csüggedj ki, meg fel a fejjel, de hát, mit mondjon neki az ember? A 104-esben mindenki tudja, hogy a szigorítottban kőfal, cementpadló fogadja sehol egy ablak, a káját is csak annyira fűtik, hogy a falról megolvatjék, tócsákban álljon a padlón, jól tudják, hiszen maguk építették. Ha a fogad vacogásától el tudsz aludni, hát alhatsz a csupasz deszkán, kapsz naponta a a kenyeret, és a harmadik, a hatodik, meg a kilencedik napon egy tányér zupát. Tíz nap. Aki az itteni szigorítottban tíz napot megszakítás nélkül leül, egész életére búcsút mondhat az egészségének. Tüdőbaj és kórház várja. De aki 15 napot ült ott a szigorítottban, az már rég a földben fekszik. Amíg a barakban lakhatsz, mondj hála imát, és vigyáz nehogy lebukj. Na kifelé! Háromig számolok, kiállt a barak gazda. Aki háromig nem lesz kin, annak felírom a számát, és odadom a felügyelő polgártársnak. A barak gazda. <laughs> Ez aztán a hét próbás csirkefogó. Ha az ember jól meggondolja, a többiekkel együtt őt is ide zárják egész éjjelre a barakba, és mégis úgy viselkedik, mint valami főnök, nem fél senkitől. Ellenkezőleg tőle fél mindenki. Van, akit beköp a felügyelőknek, van, akiknek maga vág a pofájába. Rokkantnak számít, mert egyik ujját valami verekedésnél elvesztette, de zsivány képe van. Zsivány is a javából közbűntényes. De a büntető törvénykönyv sok paragrafusa mellett még az 58-14-est is rávarták, és emiatt került ebbe a táborba. 58-14 ellenforradalmi szabotás. Rendszerint az elítélt közbüntényeseket szökési kísérlet meg munkamegtagadásért így ítélték el ha akarja, fogja és felír a papírra, átadja a smaszternek, aztán kapsz két nap szigorítottat, munkával egybekötve. Eleinte csak egy-néhányan vászorogtak az ajtó felé, de most ott tolonganak, tülekednek, a felső pricsekről is esetlenül lehappannak, és mind rohan a szűk ajtó felé. Suhov markába szorítja a régen óhajtott és megsodott cigarettát, fürgén leugrik, bedugja lábát a nemes csizmába, már indulni készül, de megsajnálja Cézárt. Nem azért, mintha még várna tőle valamit, hanem mert szíve mélyéből megsajnálta. Cézár ugyanis túl sokat gondol önmagára, de az életet sehogy sem érti. A csomag átvétele után kár volt olyan hosszan gyönyörködnie benne. Inkább igyekezett volna, hogy az ellenőrzés előtt minél gyorsabban leadja a csomag megőrzőbe. Félretett volna annyit magának, amennyit meg tud enni. De Cézár most mit évő legyen a csomagjával? A vászonzacskókat nem magával, kirődik, 500 ember röögne rajta. Ha itt hagyja, hát bizony megesett, hogy aki az ellenőrzés után elsőnek futba a barakba, elcseni az egészet. Uszt ismában még kegyetlenebb szokás járta. A munkából visszatérőket, a közbüntényesek mindig megelőzték, és mire a többiek hazaértek addigra az éli szekrényeket, már mind kisöpörték. Sóv látja, Cézár azt se tudja, hol a feje, ide dug, oda valamit, de késő. A kolbász meg a szalonát a pufajka alá dugja, legalább ezt viszi magával, legalább ennyit megmentsen. Sóv megsajnálja, s így oktatja. Maradj itt, Cézár Markovics. Maradj itt utolsónak, búj meg ott abban a sötét sarokban, és ne menj ki mindaddig, amíg ki nem ürült a barak. Mikor a smasser a naposokkal ellenőrzi a pricseket, amikor az orrát beleüti minden zukba, akkor gyere csak elő, mond, hogy beteg vagy. Én elsőnek fogok kimenni, és elsőnek ugrom is vissza, így hát már szaladt is. Suhov nagy nezen átfurta magát a többieken, de közben óvta a markában szorított cigarettát. A barak két szárnyának közös folyosóján meg a tornácson már senki sem tülekedett előre, mert hát furfangos népségez ez Oda két sorban a falhoz, jobbról is, balról is, és csak középütt hagy egy embernek elegendő szűk átjárót. Akinek nincs elég esze, menjen csak ki a fagyba, mi addig itt maradunk. Egész nap úgy is fagyoskodunk, Minek fagyoskodjunk feleslegesen, ott még tíz percen át. Bát, ha bolondok lennénk. Dögölj meg te ma, én ráérek holnap. Máskor súhav is így lapul a falhoz, de most öles léptekkel megy kifelé, még vigyorog is. Hé, ti lógósok, mitől féltek? Tán nem ismeritek még a szibériai fagyot? Na gyertek csak melegedni a farkas napocska alá. Adjál csak egy kis tüzet, bácsikám. A folyosó rágyújt és kimegy a tornászra. Farkas napocska. Soha vidékén egyesek így hívják tréfásan a holdat. A hold már magasan jár. Néhány óra múlva egész fent lesz. Az ég zöldes fehérben játszik. A gyéren elszórt csillagok vakítóan tündökölnek. Fehéren sziporkázik a hó. A barakok fala is egészen fehér. A lámpások fénye most már halványnak látszik. Ott a másik baraknál feketélik a tömeg. Mennek kifelé, sorba állni. Amott is. És baraktól barakig az ezüstös csendben egy szófoszlás se hallatszik, csak a hó csikorog. Kint a lépcső alján már ott áll öt ember arcsal az ajtó felé, és mögöttük még három. Suhov hozzájuk csatlakozott, és beáll a második ötös sorba. Nyugodtan áldogálhat, hiszen jól lakott kenyérrel, szájában is ott a cigaretta. A lett nem csapta be, jófajta dohány, kicsit kaparós, meg illatos. Lassacskár szállingoznak kifelé az ajtón, Suhov mögött már két-három ötös sor áldogál. Akik már kint vannak, most dühösek. Mire várnak azok a dögök ott a folyosónál? Miért nem jönnek? Miattuk fagyaskodjunk? A rabok sose látnak órát a saját szemükkel, de hát minek is óra nekik? A sittesnek csak azt kell tudnia, hamarosan kongatnak-e ébresztőre. Mennyi idő marad az indulásig, az ebédig, a takarodóig? Állítólag az esti ellenőrzést kilenc órakor tartják, de kilenckor sose ér véget, a kétszer háromszor is megismétlik. Tíz óra előtt sehogy sem alhat el az ember. Azt mondják, az ébresztő ötkor van. Nem is csoda, ha ma az a moldovai elaludt váltás előtt. Ahol a fogoly egy kisé átmelegszik, ott rögtön el is nyomja az álom. Egy hosszú hét alatt annyi álomtartozás halmozódik fel, hogy ha vasárnap nem hajtják ki őket, valamennyi barakban mindegy szálig alszanak. Végre. Zúdulnak már a tornácról elfele a rabok. A barakgazda meg a smaszer hajtják őket, rugdossák őket fenéken. Úgy kell nekik a gazoknak. Aha! kiáltják feléjük az első sorból. Kombináltok ott, ugye, dögök? Még a ganéról is leszednétek a tejfelt. A korábban kijöttetek volna, korábban érne véget az ellenőrzés. Kint van már az udvaron az egész barak, mind a 400 fő, ez 85-ös sor. Lassan rendezkednek, erről pontosan betartják az ötös sorokat, de amott hátul egész zsibvásár. Sorakoz ott hátul, üvölt a barak gazda a lépcsőről. Áfészkes fenébe is, hát miért nem sorakozik ez az ördögfajzat? Cézár is megjelenik az ajtóban, összegörnyed, tetteti a betegséget, mögötte jön a barak másik szárnyának két naposa, meg az itteni szárny két naposa és egy sánta. Odának az első öt elé, úgyhogy Suhov a harmadik sorba kerül. Cézárt a sor végére kergetik. A felügyelő is kint van már a tornácon, Ötösével sorakoz, harsogja a sor vége felé. Jó erős a torka. Ötösével sorakoz, üvölti a baraggazda, akinek a torka még erősebb. De nem sorakoznak a fene beléjük. Rohan is le a baraggazda a tornászról, és már csapkod jobbra-balra sűrűn káromkodva. De az ember nézi, kit ütlegel, csak is a szelédeket bunyózza. Végre rendeződnek a sorok. A baraggazda ott van már elől, és a felügyelővel együtt kezdés. Első, második, harmadik, a leszámolt ötös sor gyorsan szedi a lábát, és utcú be a barakba. A mai napra már minden tartozásukat leróták a parancsnoknak. Leróták volna, ha nem lenne másodszor is ellenőrzés. Ezeknek az ingyenélőknek, ezeknek a széles pofájúaknak annyi sütni valójuk sincs, mint egy faragatlan csordásnak. Még a tudatlan csordás is jobban számol náluk, még az is tudja pontosan, hány borjú van a csordában. Ezek meg csak hajszolják az embert ide-oda értelmetlenül. A múlt év telén ebben a táborban nem volt csizmaszárító, és a nemes csizmákat éjjelre is ott tartották a barakban, és ezért a második, harmadik meg a negyedik ellenőrzésre is kihajszolták a rabokat a szabadba. Fel se öltöztek, magukra dobták a takarót, és úgy mentek ki. Ebben az évben felépült a nemes csizma szállító, bár még nem elég az egész létszámnak, de harmadnaponként minden brigádra sor kerül. Most, ha másodszori ellenőrzésre is sor kerül, azt már a barakban tartják az embereket a barak egyik végéből átterelik a másikba. Soha nem ért be elsőnek a barakba, de az előtte futókról le nem vette a szemét. Egyenesen Cézár pricséhez szaladt és leült. Leúzta a nemes csizmáját, aztán felmászott a kájha melletti fülkére, és a nemes csizmáját onnan akasztotta a kájha fölé száradni. Mert itt szemesnek áll a világ, Szaladt is vissza Cézár fekhelyéhez. Ott ül felhúzott lábbal. Egyik szemet Cézár párnáján, nehogy kihúzzák alól a vászon zacskókat, a másik pedig ott a kája fölött vigyáz, hogy leverjék a nemes csizmát azok, akik megrohamozzák a káját. Hely, kénytelen oda kiáltani. Hé, te veres! Csizmát akarsz a pofádba? A magadét tedd oda, de a másét ne bántsd! Szálingoznak a rabok a barakba, egyre sűrűbben szálingoznak, a huszas brigádban kiabálnak, leadni a nemes csizmát. Most kiengedik őket a nemes csizmákkal, utána bezárják a barakot. Aztán jöhetnek futva parancsnok elvtárs, engedjen be. A smaszerek a parancsnoki barakba gyülekeznek, és a táblácskáik adataival ellenőrzik. Nem szökötte még valaki, illetve mindenki a helyén van-e. De suhovnak a kisebb gondja is nagyobb bennél. Jön Cézár, már be is loholt a két fülke közé. Köszönöm, Köszönöm, Iván Gyenyszics. Suhov csak biccent, és mókus hürgeséggel mászik fel a helyére. Végre megelti a húzdek a kenyér maradékát, rágyújthat még egy cigarettára, és aztán jöhet az alvás. A jól végződött nap annyira felvidított, hogy szinte aludni se volt kedve. Súlv egy-kettőre megágyaz, lerántja a fekete kopott takarót a pricsről, és végigdül a matraszon. Suhov, mióta hazuról eljött, 41 óta, nem aludt lepedőn, ma is csodálkozik azon, miért vesződnek az asszonyok a lepedőkkel, hiszen ez csak felesleges mosást jelent. Fejét a forgáccsal kitömött párnára teszi, lábát a pufajkába dugja, a takaróra ráteríti a buslátot, és hála Isten, megint eltelt egy nap. Jó, hogy nem a szigorítottban kell aludni, itt még lehet. Suhov fejével az ablak felé fekszik, Aljóska tőle deszkával elválasztott szomszédos pricsen ellenkező irányba teszi le a fejét, hogy ráessen a lámpa fénye. Újra az evangéliumot olvassa. A lámpa nincs túl messze tőlük, fényénél lehet olvasni, sőt varni is. Alyoska haljócsóf hangosan hála Istent mond, és odafordul hozzá. Látja Iván Gyenyiszics, a maga lelke is vágyik arra, hogy Istenhez fohászkodjék. Miért nem engedi hát szabadjára ezt a vágyát? Suhov aljósára sandít, melegen csillog Aljoska szeme, mint két gyertyafénye, fénye, és Suhov felsóhajt. Azért nem, Aljoska, mert az imák, akár csak a kérvények, vagy nem jutnak el, ahová kell, vagy ha el is jutnak, kérését elutasították. A parancsnoki barak előtt négy lepecsételt leveles láda van kifüggesztve, a politikai nyomozót is havonta egyszer kiüríti őket. Sokan dobálják be kérvényüket ezekbe a ládákba, várnak, számolják a napokat, két esetleg egy hónap múlva talán meg is jön a válasz. De a válasz vagy nem jön, vagy pedig elutasítva. Azért van ez Iván Gyenyiszics, mert keveset és kellő áhítat nélkül imádkozik. Azért nem hallgatják meg az imáit. Szakadatlanul kell imádkozni, és ha hisz, akkor ha egy hegynek azt mondja, indulj el, a hegy meg is indul. Suhov elmosolyodik, és sodor még egy cigarettát, tüzet kér az észtől, és rágyújt. Hagyd abba ezt a fecsegést, Aljoska. Sose láttam, hogy a hegyek megindultak volna. Igaz, bevallom, hegyeket se láttam életemben, de ti ott a Kaukázusban az egész baptista klubotokkal folyvást imádkoztatok. Vajon megmozdult-e ettől, akár egyetlen hegy is? Ezek a szerencsétlenek csak imádkoztak, de kinek ártottak ezzel? Mégis valamennyire egyformán 25 évet sóztak. Mert hát most az a mód járja 25 év mindenkinek, válogatás nélkül. Nem ezért imádkoztunk, Gyenyiszics, mondja Aljoska meggyőzően közelebb húzódik az evangéliumával egész közel az arcához. A földi élet gyarlóságai közül az Úr csak a mindennapi kenyérért való könyörgést hagyta meg nekünk. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. A fejadagot mi? kérdezi Suhov. arioska szeme meggyőzőbben beszél minden szónál, is két kezét tördelve simogatva folytatja. Iván Gyenisics, nem azért kell imádkozni, hogy csomagot kapjunk, nem is egy külön adag zupáért, ami becses a halandó ember szemében, az hitvány az Úr előtt. A lelkiekért kell imádkozni, hogy az Úr elhárítsa szívünkről a gonoszt. Ezt hallgasd meg inkább. Nálunk a polomnai templomban van egy pópa. Ne beszélj nekem a ti pópátokról. Kéri Alióska és fájdalmasan összerátszolja a homlokát. De csak hallgass meg! Só a Polomnában. A mi egyház községünkben a pópa a leggazdagabb ember. Akárhova hívtak zsindejezni, mindenütt 35 rubel napszámot kértünk, de a pópától százat. Meg se piszent. Ez a polomnai pópa három különböző városban három asszonynak fizet gyerektartást, és a negyedik családjával él. A kerületi püspököt is behálózta. Jó kövér dug a püspök markába a mi pópánk. Akárhány pópát küldtek oda hozzá mindegyiket, kitúrta, egyikkel sem akart osztozkodni. De miért beszélsz nekem a pópáról? a pravoszláv egyház elhagyta az evangéliumot. Őket nem üldözik, mert tudják, hogy ingatag a hitük. Só nyugodtan cigarettázza figyeli Aljoska izgalmát. Aljoska, húzd el a fiú kezét és arcába füstöl. Értsd meg, nem az Isten ellen van nekem kifogásom. Szívesen hiszek Istenben. De hát a mennyországban, meg a pokolban aztán sehogy se hiszek. Hát mit gondoltok, bolondok vagyunk mi? mennyországgal, meg pokollal traktálgattok bennünket? Látod, ez az, ami nem tetszik nekem. Súv ismét hanyad dől, a hamut óvatosan az ablak és a hálófülke közti résbe szórja, hogy tüzet fogjon a sorhajó kapitány holmia. Eltöpreng, nem is hallja, mit susmagott Aljoska. Egyébként dönti el, imádkozhatsz, amennyi belét fér, a ránk mért időt ettől még nem csökkentik. Első naptól az utolsóig leülöd az egészet, kongatástól kongatásig. Ezért nem is szabad imádkozni, rémüldözik Alioska. Mit ér a szabadság? A szabad világban a hitet végleg megölik benned. Boldog lesz, hogy börtönbe kerültél, itt végre van időd a lelkedre gondolni. Mert már Pálapostól is megmondotta, mit miveltek sírván, és az én szívemet kesergetvén, mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok az Úr Jézusnak nevéért. Suhov némán nézi a mennyezetet. Már maga se tudja, vágyik-e a szabadságra vagy sem. Eleinte szörnyen vágyott, és minden este megszámolta, hány nap telt le, a kiszabott időből, és mennyi van még hátra. Végül megunta. Aztán kiderült, hogy az ilyeneket úgy engedik haza többé, száműzik. S hol jobb az élet, itt vagy ott, hát azt senki se tudja. A szabadságra csak azért vágyódik, hogy haza kerülhessem. De haza nem engednek senkit. Aljóska nem hazudik. Hangjáról meg szeméből meg lehet ítélni boldog itt a fogságban. Látod, Alioska, magyarázza neki soha, milyen jó neked. Krisztus megparancsolta, hogy börtönbe kerülj, és ide is kerültél. De miért kerültem én ide? Mert 41-ben azok ott fenn nem készültek fel a háborúra, ezért? De tehetek én róla? A második ellenőrzést még nem kezdik, zsörtörödik Kilgassa pricsen. Hát igen, Szólát neki is Korommal kellene felírni a kéménybe, vagy ma nincs második ellenőrzés. Egy nagyot ásít. Na, aludjunk, az a legbiztosabb. És ekkor az elcsendesülő, megnyugodott barakba hirtelen behallatszik a külső ajtó tolózárának csikorgása. A folyosóról beszalad az a két ember, aki a nemes csizmát vitte a szárítóba, és elkiáltja magát. Másodszori ellenőrzés! A felügyelő is ott van már a nyomukban. Mindenki menjen át a barak másik szárnyába. Volt már, aki elaludt. Zsörtölődve mozgolódnak, felrántják a nemes csizmát. A vattanadrágot senki se húzza le éjjelre. Nadrág nélkül a vékony takarólat megdermednének. Ti az átkozottak, káromkodja el magát Suhov, de szíveméjén nem is nagyon haragszik, még nem aludt el. A felső pricsnél megjelenik Cézár keze és két darab teasüteményt, két szem cukrot és egy karika kolbászt nyújt feléje. Köszönöm, Cézár Markovics hajol le suhova két fülke közé. Adja csak ide fel a zsákját a biztonság kedvét. ide teszem a fejem alá. Menet közben senki sem tudja olyan gyorsan elcsenni, na meg suhovnál ki is keresne valamit. Cézár odadja Suhovnak fejér összekötözött zsákját, Suhov a alá dugja és vár, amíg többen összegyűlnek odakint, így kevesebbet kell mezítláb átsorogni a hideg folyosó. De a smaszer már rá a csarkodik. Hé, te ott! A sarokban! Suhov könnyedén leugrik a padlóra, és megindul csak, hogy mezítláb. Szerencsé, hogy a nemes csizmát meg a kapszát közel a kájhához akaszthatta. Most nem szívesen venné le onnan. Hány papucsot vart másoknak, de saját magának nem futotta. Aztán hozzá is szokott, hogy így járjon. Az ellenőrzés nem tart soká. A papucsot meg úgy is elveszik, ha a napközben rátalálnak. Azok a brigádok, amelyek a szárítóba adták a nemes csizmát, most furaképet mutatnak, ki papucsban, ki lábra tekert kapcában, ki pedig mezitláb sorakozik fel. Na na na, üvölt a felügyelő! Csak a furkos botra hallgattok, dögök! Kontráz rá a barak gazda. Valamennyit átterelik a barak másik felébe. Ott az utolsóknak már csak a folyosón jutott hely. Súvis ott áll a fal mellett, nem messze a küblitől. Lába alatt nedves a padló, és alulról jeges levegő fúj be a tornác felől. Mindenkit kihajtottak, a felügyelő a baraggazda kíséretében még egyszer végigjárja a pricseket, nem bújta meg valaki, nem alszik a fejére húzott takaró alatt. Ha hiányzik valaki, baj van, ha többet számolnak, mint kell, baj van, ismét kezdődhet az ellenőrzés. Végigjárják a barakot, aztán visszamennek az ajtóhoz. Első, második, harmadik, negyedik, most már gyorsan engedik be egyenként a sorokat, suhova 18. sorral jön be. Futba megy a fülkéje felé, lába már ott is van a tartóvason, zsupsz, és már fenn is van. Nincs semmi baj. Lábát ismét bedugja a pufajkába, magára húzza a takarót, a takaróra teríti a buslátot, aludjunk. Most aztán a barak másik szárnyából terelik ide a foglyokat, de hát ettől már ne fájjon a mi fejünk. Cézár is megjön, Suhov leadja neki a sákot. Alyoska is itt van. Szegény szájtáti mindenkinek a kedvében jár, de ő maga semmit se tud szerezni. Nesze, Alyoska, és egy szem te a süteményt odaad neki. Arjoska mosolyog, köszönöm, de is magának sincs. Egy csak meg, Nekem nincs, de én szerezhetek magamnak. A karika kolbász pedig bekapja a foga közé, tépi, rágja a fogával. Hús illat, igazi húsnedvek. Már ott van lenne a gyomorban, és volt, nincs kolbász. A többit majd munkába indulás előtt okoskodik Suhov. Fejére húzza a vékony, sosem osott takarót, már azt se hallja, hogyan terelik a rabokat a barak másik szárnyából a fülkék közé. Ott várják, hogy végezzenek az ellenőrzéssel az ő felükön. Suhov megelégedéssel hajtja nyugovóra a fejét. A mai nap sikeresen végződött, nem ültették a szigorítottba, nem hajtották ki a brigádot a közszolgáltatási telep építéséhez. Délben feketén szerzett egy külön adag kását, a brigadéros magas százalékot sajtolt ki, vidában ment a falazás, a pengével nem bukott le a hippisnél, este is jutott neki valami Cézártól, és dohányt is vett. Nem is betegedett meg, legyűrte a pajt eltelt egy felhőtlen, majdnem boldog nap. Büntetése így pergett le az első perctől az utolsóig, 3650 ilyen nap. És még három nap ráadás a szökő évek miatt. Vége.